Arkagyi és Boris Trugatki Piknik az árokparton. A rosszból kell, létrehoznod a jót, mert ezen kívül más nem áll rendelkezésedre. Ö. P. Ven, részlet az interjúból, amit a Marmonti Rádió külön tudósítója készített, doktor, Valentin Piemannal abból az alkalomból, hogy megkapta a fizikai Nobel-díjat. Dr. Piemann, nyilván az úgynevezett Piemar radiánst tekinthetjük az ön első komoly felfedezésének. Szerintem nem. A pilmanradiáns nem volt az első, nem volt komoly, s volt a kép nem is felfedezés. S nem is egészen az enyém. Doktor, ön nyilván tréfál. A pilmanradiáns olyan fogalom, amit minden iskolás ismer. Ez nem lep meg. A pilmanradiáns először éppen egy iskolás fedezte fel. Sajnos, nem emlékszem, hogy hívták. Nézze meg Stacson könyvében, a látogatás történetében, az részletesen leírja. A radiást egy iskolás fedezte fel, a koordinátákat először egy egyetemi hallgató publikálta, de valami furcsa oknál fogva a radiást mégis rólam nevezték el. Igen, a felfedezések sorsa néha különös. Dr. Pilman nem magyarázná meg hallgatóinknak. Ide süssön, földi! A Pilman radiáns egészen egyszerű dolog képzelje maga elé, hogy megpörget egy nagy földgömböt s aztán pisztolyból lövöldözni kezd rá. A lyukak a földgömbön szabályos görbén helyezkednek el. Mindannak, amit az én első felfedezésemnek nevez, a lényege a következő egyszerű tényben rejlik, a látogatás hat zónája úgy helyezkedik el bolygónkon, mintha valaki hat pisztolylövést küldött volna a földre egy olyan fegyverből, amely valahol a földbenebb vonalon helyezkedik el. A Deneb a hattyú csillagkép alfája, az égboltnak azt a pontját pedig, ahonnan feltehetően lőttek, Pilman Radiánzonnak nevezik. M. Dukor Kedves marmonti rádió hallgatók! Végre érthetően elmagyarázták nekünk, mi is az a Pilman Radiáns. Mellesleg, éppen tegnap volt a látogatás 13. évfordulója. Dr. Pilman, szólna néhány szót ebből az alkalomból földieihez és mi érdekli őket? Ne feledje, én akkor nem tartózkodtam Martmondban. Annál érdekesebb lenne megtudnunk, mit gondolt, amikor megtudta, hogy szülővárosa egy idegen bolygóbeli szupercivilizáció inváziójának céltáblája lett. Őszintén szólva, először arra gondoltam, hogy ez kacsa. Nehéz volt elképzelni, hogy a mi jó öreg marmontunkban ilyesmi történhet. A Góbi, Újfundland ez még elképzelhető, de Marmont. Végül azonban el kellett hinnie. Végül igen. No és. Hirtelen eszembe jutott, hogy a látogatás másik öt egyébként elnézést. Tévedtem, akkor csak négyről tudtunk, szabályos görbén helyezkednek el. Kiszámítottam a koordinátákat, s elküldtem a egy Enak és egy csöppet sem nyugtalanította ön szülővárosának sorsa. Tudja, a látogatásban akkor már hittem, arra azonban képtelen voltam kényszeríteni magam, hogy elhiggyem a pánik hangulatú tudósításokat a lángoló lakónegyedekről, a szörnyekről, amelyek, válogatósak lévén, csak az öregeket és gyerekeket falják fel, s a véres küzdelemről a sebezhetetlen jövevények és a nagyon is sebezhető, de rendületlen bátorsággal küzdő királyi harckocsizó alakulatok között. Igaza volt. Emlékszem, a tájékoztatással megbízott kollégáink akkor tájt nem egyszer túllőttek a célon. Térjünk azonban vissza a tudományhoz. A pilman Radiáns felfedezése volt az első, de bizonyára nem az utolsó hozzájárulása mindazokhoz az ismeretekhez, amelyekkel a látogatásról rendelkezünk. Ez volt az elsős egyben az utolsó is. Ön azonban, semmi kétség, egész idő alatt gondosan figyelemmel kísérte a nemzetközi kutatásokat a látogatás zónáiban. N. Időről időre átlapozom a jelentéseket. Ön a Földön kívüli civilizációk Nemzetközi Kutatóintézetének jelentéseire gondol? N. Véleménye szerint mi az utóbbi 13 év legfontosabb tudományos felfedezése? A látogatás ténye. Bocsánat, hogy mondta. A látogatás ténye nem csak az elmúlt 13 esztendő, de az emberiség fennállása óta eltelt egész időszak legfontosabb felfedezése. Nem az a fontos, kik voltak a jövevények, honnan érkeztek, vagy hogy miért tartózkodtak itt ilyen rövid ideig, s hová tűntek innen. A fontos az, hogy az emberiség már biztosan tudja, nincs egyedül a világ mindenségben. Félek, hogy a Földön kívüli civilizációkat kutató intézetnek soha többé nem lesz módja ennél alapvetőbb felfedezést tenni. Ez borzasztóan érdekes, Dr. Pilman, én azonban inkább a műszaki jellegű felfedezésekre gondoltam. Felfedezésekre, amelyeket felhasználhatna földi tudományunk és technikánk. Hiszen számos jeles tudós feltételezi, hogy a látogatás zónáiban talált tárgyak segítségével történelmünk egész menetét megváltoztathatjuk. Nono, én nem tartozom a -e vélemény hívei közé. Ami pedig a konkrét tárgyakat illeti, az nem az én szakterületem. De hát ön már két éve a látogatás problémáit vizsgáló bizottság tanácsadója az ENSZ-ben. Ez igaz. De semmi közöm a földön kívüli civilizációk tanulmányozásához. A bizottságban kollégáimmal együtt a nemzetközi tudományos közvéleményt képviselem, amikor arról van szó, hogy ellenőrizni kell, Miként teljesítik a látogatás nemzetközi vétételére vonatkozó ENSZ határozatokat? Nagy általánosságban arra ügyelünk, hogy az idegen bolygóról származó csodák, amelyekre a zónákban lelnek, kizárólag a Nemzetközi Intézetbe kerüljenek. Miért vannak mások is, akik szemet vetettek ezekre a csodákra? En! Ön bizonyára a stalkerekre gondol nem tudom, kik azok. Nálunk Marmontban így nevezik azokat az elszánt fickókat, akik az életüket kockáztatva behatolnak a zónába, és ellopnak mindent, amit csak tudnak. É. Nem, ez nem tartozik a mi hatáskörünkbe. Hát persze, ez a rendőrség hatásköre. Mindazonáltal, dr. Pilman, érdekes lenne megtudnunk, hogy önmivel foglalkozik közvetlenül. A látogatás zónáiból folyamatosan áramlanak ki különböző leletek s kerülnek felelőtlen személyek, illetve szervezetek kezébe. Ennek a kiáramlásnak az eredményeivel foglalkozunk. M. És ön, mint tudós, nem kíván személyesen foglalkozni az idegen bolygókról származó csodákkal. Hogy is mondjam, esetleg. Tehát remélhetjük, hogy Marmont lakói egy szép napon megpillantják híres földiüket szülővárosa utcáján nincs kizárva. Első Redrit Ksuchart, 23 éves, nőtlen, a Földön kívüli civilizációk nemzetközi kutatóintézete marmonti részlegének laboránsa. Végre ott állunk a raktárban. Már este van, s csak annyi van hátra, hogy ledobjuk a kezes lábas rohanjunk a egy bors, egy hogy szervezetünk néhány csepp töményt vegyen magához. Én csak állok, támasztom a falat, Ledolgoztam a magamét, s már a kezem ügyében tartom a cigarettát. Szörnyen szeretnék rágyújtani, két órája nem szívtam, Kirill azonban egyre a zsákmányával veszkődik. Egy páncélszekrényt már telerakott, bezárta, lepecsételte, most a másikat tölti tele, leveszi a szállítószalagról a egy korongokat, mindegyiket alaposan megvizsgálja, mellesleg nehezek, hat és fél kilósak, skrákogva gondosan a polcra helyezi őket. Mióta vesződik már ezekkel a vegykorongokkal, és szerintem az emberiség szempontjából teljesen haszontalanul. Én a helyében már régen köptem volna az egészre, és valami mással foglalkoznék ezért a pénzért. Ugyanakkor, ha jól meggondoljuk, ezek a egykorongok így valóban rejtélyes, érthetetlen tárgyak. Jó néhányat idecipeltem már, s mégis minden alkalommal, amikor meglátom őket, csodálkoznom kell. Az egész alig két csésze annyi nagyságú, 5 mm vastag részkorong, a távolság közöttük körülbelül 400 mm, s az üres téren kívül nincs közöttük semmi. Tényleg semmi nincs, csak üres tér. Közéjük dughatod a kezed, s ha a csodálkozástól egészen elment az eszed, bedughatod a fejed is. Üres. Üres tér. Levegő. Ennek ellenére természetesen hat közöttük valamiféle erő, ha jól értem, mert sem közelebb préselni egymáshoz, sem eltávolítani egymástól ezeket a korongokat nem sikerült még senkinek. Nem, haverok, nehéz ezt a holmit leírni annak, aki sohasem látta, pedig különösen, ha alaposabban szemügyre veszed, végül hiszel a szemednek, nagyon egyszerű. De hát olyan ez, mintha egy poharat próbálnál elmesélni, vagy ne adj Isten, egy kupicát, csak mutogatsz az ujjaiddal s átkozódsz a tehetetlenségtől. Rendben, vegyük úgy, hogy önök előtt minden világos, akinek pedig nem világos, vegye elő az intézeti jelentéseket, minden számban találhat fényképes cikket ezekről a lideni korongokról. Mellesleg Kirill már közel egy éve veszkődik a egy korongokkal. Kezdettől fogva mellette vagyok, azonban mindez ideig képtelen vagyok felfogni, mit is kar tőlük. Persze, az igazat megvalva, nem is olyan nagyon töröm magam, hogy megértsem. Először ő maga értse és ismerje meg őket. Nos, lehet, hogy utána majd meghallgatom. Egyelőre egyetlen dolog világos előttem. Bármi áron is, de legalább egy egy korongpárt és szét kell vernie, savakkal ki kell kezdenie, össze kell préselnie, kemencében fel kell olvasztania. Akkor majd mindent megért, megbecsülés és hála fogja övezni, s a világ egész tudományos közvéleménye felújjon örömében. Egyelőre viszont, ahogy én látom, ettől még messze van. Eleddig semmit nem ért el, csak teljesen belefáradt. Tetőtől talpig szürke lett, hallgatag, a szeme akár egy kutyáé, még könnyezik is. Ha más lenne az ő helyén, azt végighurcolnám az éjszakai kocsmákon és egyéb pikáns helyeken, s egy hét múlva olyan lenne, mint akit kicseréltek pirosposgás és tetrekész. Csak hogy Kirillnek ez a gyógyszer nem jó, javasolni sem érdemes, őt más tésztából gyúrták. Szóval ott állok vele a raktárban s nézem, hogy mi lett belőle, milyen beesett a szeme, és el sem tudom mondani, mennyire sajnálom. Ekkor elszántam magam. Vagyis nem én szántam el magam, hanem mintha helyettem nyögte volna ki valaki az egészet. Ide figyelj, Kirill mondom, Kirill. Éppen állt, az utolsó F korongot éltartotta a mérlegen, s olyan képet vágott hozzá, mintha bele akarna bújni. Kirill, mondom, idesős. Mit csinálnál, ha lenne egy teli egy korongod? Na, teli elideni korongok? Kérdezi, és most olyan képet vág, mintha kínaiul beszélnék hozzá. Hát, igen, mondom. Ez a te hidromagnetikus csapdád, vagy hogyan is nevezik ez a 77 per B számú tárgy. E. Csak éppen valami kotivalék van benne. Kék színű. Látom, hogy kezdi érteni. Rám emelte a tekintetét, hunyorított. Pillantásában felcsillant az értelem szikrája, ez az ő kedvenc kifejezése. Megállj vágott közbe. Ej! Ugyanolyan, mint ez, csak teli? Hát igen. Hol? Kirill kigyógyult piros posgás, tetrekész. Szaporán a páncélszekrénybe dugta egy korongokat, becsapta a páncélszekrény ajtaját, három és fél fordulattal elzárta, s visszamentünk a laboratóriumba. Egy üres éj korongért Györnisz készpénzben négy százat ad, egy teliért azonban kiszívhatnám a lókötő vérét teljesen. De akár hiszik, akár nem, ez most szembe se jutott, mert Kirilla szó szoros értelmében felé lett. Ismét kihúzta magát. Feszes lett, mint egy húr, s ragyogott az örömtől, négyesével ugrándozott a lépcsőfokokon, s még azt sem hagyta, hogy rágyújtsak. csak. Egyébként mindent elmeséltem neki, azt, hogy milyen az a tárgy, és hol található, meg hogy miként lehet a legkönnyebben eljutni hozzá. Rögtön előhúzta a térképet, megkereste a garást, rászorította az ujját és a szemembe nézett. Világos ügy, ami engem illet, rögtön megértett mindent, Elvégre ezt aztán igazán nem nehéz kitalálni. No nézd csak! Jelentettek is közben mosolygott. Nos, akkor oda kell menni. Gyerünk, menjünk mindjárt holnap reggel. Kilencre kérem az engedélyt, rendelek egy éjrepülő kalocsnit, tízkor pedig nekivágunk. Rendben? Rendben feleltem rá. És ki lesz a harmadik? Minek nekünk harmadik? Ide figyelj, mondom neki. Ez nem majális szép lányokkal. És ha történik veled valami. Ez a zónat figyelmeztettem. Rendnek kell lennie. Könnyedén elnevette magát és vállat vont. Ahogy akarod. Te jobban tudod. De még mennyire, hogy jobban. Persze, ő csak miattam volt nagylelkű, miattam mondta. Nem kell harmadik. Elszaladunk érteketten, s minden a legteljesebb titokban marad. Senki nem tud meg semmit. Igen, csak hogy én tudom, hogy az intézetbeliek kettesben nem járnak a zónába. Nálunk ez a rend. Ketten dolgoznak, a harmadik pedig nézi őket, s amikor aztán kikérdezik, elmondja, mi volt. Ami engem illet, legszívesebben Austint vinném, mondta Kirill te viszont bizonyára nem szeretnéd őt. Vagy nincs ellenvetésed? De van, mondtam. Akárkit, csak Austint ne. Austint vidd magaddal máskor. Austin rendes fickó, a bátorság és a gyávaság kellő arányban keveredik benne, de szerintem már rajta van a sorspecsétje. Kirillnek ezt alig ha lehet megmagyarázni, én azonban látom. Austin azt hiszi magáról, hogy ismeri a zónát és mindent ért, tehát nem sokára rajta veszt. Háten! De nélkülem? Na jól van, hagyja rám, Kirill. És tender. Tender második laboráns. Megjárja, nyugodt ember. Kisé öreg, jegyzem meg. Es gyerekei vannak? Nem tesz semmit. Már járt a zónában. Rendben, hagyom rá. Legyen tender! Kirillot maradt a térkép mellett, én pedig elrohantam a bors,ba, ba, nagyon kajás voltam már, és a torkom is kiszáradt. Másnap reggel megjelenek, szokás szerint kilenckor, felmutatom a belépési engedélyemet, a portán azonban az a Balfácán őrmester ügyel, akit tavaly jól elintéztem, mert részegen molesztált a utát. Helló, üdvözöl! Róka, az egész intézetben keresnek. Rendkívül udvariasan félbeszakítottam. Én neked nem vagyok róka, mondom. Ne bizalmaskodj velem, te svéd fatuskó. Istenemre, róka! Ismétli csodálkozva. Hiszen mindenki így hív. Mielőtt a zónába megyek, rendszerint ingerlékeny vagyok, ráadásul még józan is voltam, úgyhogy jól kiosztottam, megmondtam, hogy kicsoda és micsoda, s milyen anyai eltévejedés következtében jött a világra. Kiköpött, visszaadta az engedélyemet, de már az előbbi gyengétség nélkül. Redrick Schutzhart kezdte, parancsba adták, hogy haladéktalanul jelentkezzen a biztonsági szolgálat megbízotjánál, Hözók századosnál. Na látod, állapítottam meg. Ez már más. Ha mindig így beszélnél velem, bíz Isten sokra vinnéd. Közben pedig azt gondolom, É ez meg miféle újság? Mi a fenének kellek hözók századosnak szolgálati időben? Rendben, megyek és jelentkezem. A második emeleten van a szobája, remek kis helyiség, rácsos az ablaka, mint a rendőrségen. Vili ott ül az asztalnál, szörcsög a pipájával és mindenféle írományokat állít össze írógépen. A sarokban egy szakaszvezető kotorászik a páncélszekrényben, új fiú, nem ismerem. Nálunk az intézetben az ilyen szakaszvezetőkből több van, mint egy kaszárnyában, mint nagy darab, pirosposgás képű, behemót alak, nem kell a zónába járniuk s a világ bajaira. Jó napot köszönök! Hívatott! Vili átnéz rajtam, mintha levegőből lennék, félretolja az írógépet, maga elé tesz egy vastag irattartót, lapozni kezdi. Redrick Sudhart? Ér, Személyesen válaszolok neki, s a legszívesebben nyájasan mosolyognék, csak nincs hozzá erőm. Belülről ideges kuncogás kínoz. Mióta dolgozik az intézetben? Két éve, most kezdem a harmadikat. Családi állapota? Árva gyerek vagyok, felelem. Odafordul tejfeles szájú szakaszvezetőjéhez, szigorúan ráparancsol. Lummer szakaszvezető, menjen az irattárba, hozza ide a 150-es aktát. A szakaszvezető tiszteleg és lelép, Vili becsapja a dossziét, s komoran megkérdezi. Ismét a régi dolgok? Miféle régi dolgok? Tudod te jól, mifélék? Ismét bejelentés érkezett elönd. Vagy úgy? Jó, gondolom. Es honnét a bejelentés? Vili összevonja szemöldökét, spipájával ingerülten kalapálja a hamutartót. Ez nem tartozik rád, feleli. Régi barátságunk okán figyelmeztetlek. Hagy fel ezzel, hagyj fel vele örökre. Mert ha másodszor is elkapnak, nem úszod meg hat hónappal. Az intézetből pedig azon melegében kivágnak. Ez ugye világos? Világos, válaszolom. Ez világos. Ő azonban már nem néz rám, a pipájával szortyog és hanyagul lapozgat az iratokban. Visszajön Lummer szakaszvezető a 150-es aktával. Köszönöm, Schutzhart fejezi be Willy Hözók százados, akit ártánynak csúfolnak. Ez minden, amit tisztázni akartam. E, e. Átmentem az öltözőbe, felhúztam a kezes lábast, rágyújtottam, közben pedig egyre az járt a fejemben, ő honnét ez a plegyka. Ha az intézetből, akkor szemenszedett hazugság, itt rólam senki nem tud és nem is tudhat semmit. Ha pedig a rendőrségtől származik, ugyan miről tudhatnak a régi dolgaimon kívül? Lehet, hogy a kesejű lebukott? Mert ő aztán, hogy magát mentse, bárkit képes bemártani. De hiszen most már kesejű sem tudhat rólam semmit. Törtem, csak törtem a fejem, s végül, mivel nem tudtam kisütni semmi okosat, úgy döntöttem, köpök az egészre. Legutoljára egy hete vészakal jártam a zónában, a cuccokon már rég túladtam, s a pénzt is majdnem mind elvertem. Nem kaptak rajta, most pedig már ugyan mit akarhatnak tőlem, tiszta vagyok. Ekkor azonban, miközben felfelé mentem a lépcsőn, egyszer csak megvilágosodott bennem minden, de annyira, hogy visszatértem az öltözőbe, leültem és ismét rágyújtottam tehát ma nem mehetek a zónába, a garáshoz. S holnap és holnap után sem. Tehát a rendőrurak ismét szemmel tartanak, nem felejtettek el, s ha el is felejtettek, valaki eszükbe juttatott. S most már nem is lényeges, ki volt az. Nincs az a sztókö, aki akár puskalövésre megközelíteni a zónát, ha tudja, hogy figyelik. Nekem most meg kell bújnom a legeldugottabb zugban. Ugyan hogyan lehet ilyenkor a zónáról szó. Ott bizony már engedéllyel sem jártam hónapok óta. Akkor pedig mi a csudának zaklatjátok szegény laboránst? Mindezt végig gondoltam, s mintha meg is könnyebbültem volna, hogy ma nem kell a zónába mennem. Hogyan közöljem viszont ezt Kirillel tapintatosan? Egyenest a szemébe mondtam, nem megyek a zónába. Mik az utasításai? Először, természetesen, rám merett. Aztán nyilván rájött valamire, könyökön ragadott, bevitt a szobájába, és az asztalhoz ültetett, ő pedig az ablakpárkányra telepedett. Rágyújtottunk. Hallgattunk. Majd óvatosan megkérdezte. Red, történt valami? Ugyan, mit mondhatnék neki? Nem mondom, semmi sem történt. Tegnap Mr. Nónannal pókeresztem, se egy huszasom. Úgy játszik, akár egy gép, soha nem téved. Vári csak szakít félbe. Meggondoltad? Felnyögtem a feszültségtől. Nem mehetek, szűrtem a fogaim között. Nem mehetek, érted? Az előbb hívatott hözóg. Elkit. Az arca ismét boldogtalan kifejezést öltött, a szeme megint olyan lett, mint egy beteg uszkáré. Görcsösen sóhajtott egyet, a csikéről rágyújtott egy új cigarettára, s halkan így szólt. Red, nekem elhiheted, hogy egy szót sem szóltam senkinek. Ugyan már nyugtattam meg. Azt hiszed, hogy rólad van szó? Még tendernek sem szóltam semmit. Az engedélyt kiállítottam a nevére, őt viszont meg sem kérdeztem, hogy jön-e vagy nem. Hallgatok, szívom a cigarettámat. Kész vicc, egy kukkot sem ért az egészből. És hözóg, mit mondott neked? Ugyan, semmi különöset feleltem. Valaki beköpött, ez minden. Kirill furcsán nézett rám, leugrott az ablakpárkányról, és elkezdett föl alá járkálni a kis szobában. Ő futkos, én meg csak ülök, füstölök és hallgatok. Természetesen sajnálom és bosszant is, hogy ilyen ostobán alakult a dolog, mondhatom, szépen kigyógyítottam szegényt a melankóliájából. És ki a bűnös? Csak is én. Kirill egyszer csak abba hagyta a futkosást, megállt mellettem, s valahová a távolba meredve, félszegen megkérdezte. Ide figyelj, Red, mibe kerülhet egy teli, lideni korong pár? Először nem értettem, arra gondoltam, venni akar egyet, ám bár ugyanhol venne ilyet, lehet, hogy csupán egy van belőle az egész világon, na meg pénze sem lenne elegendő hozzá, honnan lenne pénze neki? Aztán, mint a villám, futott végig rajtam a gondolat. Úristen, lehet, hogy azt hiszi, hogy néhány ropogós bankóért mondtam el ezt az egész történetet. Ó, gondoltam magamban, kinek nézel engem? A Stókő a Stókő minél több ropogós bankót akar a zsebébe, ezért kockáztatja az életét. Szóval, Kirill azt hiszi, tegnap kivetettem a horgot, most pedig elhúzom előtte a csalics felverem a zsákmány árát. Még a nyelvem is megbénult ezektől a gondolatoktól, ő pedig csak nézett rám, le nem veszi rólam a tekintetét, de a szemében nem megvetést, inkább megértést látok. Sekkor nyugodtan megmagyaráztam neki. A garázshoz kezdtem, még soha senki nem ment engedéllyel. Az út arra felé még nincs kitűzve, ezt te is tudod. Ha visszajöttünk, ez a tetendőr majd fogja magát kérkedni kezd, hogy elmentünk a garáshoz, elhoztuk, amire szükségünk volt, s rögtön jöttünk vissza. Mintha csak a raktárba mentünk volna. És mindenki rá fog jönni, hogy előre tudtuk, miért megyünk. Ez pedig azt jelenti, hogy valaki oda irányított bennünket. És hogy ki volt az a hármunk közül, az nem lehet kérdéses érted, mivel fenyeget ez engem? Miután elhallgattam, csak néztük egymás szemébe szótlanul. Kirill hirtelen összecsapta a tenyerét, megdörzsölte a kezét, s derűsen kijelentette. Nos, ha nem, akkor nem. Megértelek, red, s nem tudlak elítélni. Egyedül megyek. Majd csak megúszom. Nem előr? Kiterítette az ablakpárkányra a térképet, rátámaszkodott, fölé görnyett, stüstént, a szemem láttára foszlott szét a jó kedve. Hallottam, ahogy ez dünnyögi, 120 méter, sőt, 122, s aztán még a garázsban is. Nem, nem viszem magammal tendert. Mit gondolsz, Red, érdemes tendert magammal vinnem? Mégiscsak két gyereke van. Egyedül nem engednek oda, jegyeztem meg. Semmi vész, dünnyögte. Elengednek. Hogy hogy nem engednek? Itt, ezek a teherautók nem tetszenek nekem, úgy bizony. Nézd csak! Tizenhárom éve állnak a szabad ég alatt, s mintha vadonatújak lennének. Húsz lépésre tőlük viszont egy tartálykocsi csuparosda, lyukas, mint a szita, ezek pedig mintha most jöttek volna le a futószalagról. Jaj, ez a zóna! felemelte fejét a térképről s az ablakra merett. Én is. Az ablaktáblák nálunk vastag ólomüvegből vannak, az üveg mögött pedig ott van zóna anyácskánk, egy karnyújtásnyira, a tizedik emeletről olyan, mintha minden a tenyereden lenne. Ha így oda pillantasz, épp olyan föld, mint a többi. A nap is úgy süt, mint máshol, s mintha semmi nem változott volna rajta, minden olyan, mint 13 évdel ezelőtt. Ha megboldogult apám látná, semmi különöset nem venne észre. Legfeljebb megkérdezni, Miért nem füstölnek a gyárkémények, csak nincs sztrájk? Kúpokba rakva a sárga kőzet, a kauperek csillognak a napfényben, sínek, a síneken gőzmozdony pőrekocsikkal. Egy szóval, iparvidék. Csak éppen emberek nincsenek. Se élők, se holtak. Lám, a garást is látni. Hosszú, szürke épület, a kapuja tárva nyitva, előtte a betonozott téren teherautók állnak. Tizenhárom éve állnak, és kutyabajuk. De ne adj Isten, hogy oda merészkedj a két kocsi közzé, ki kell őket kerülni. Van ott egy repedés az aszfalton, talán még nem nőtte be a bogáncs. 122 méter honnan számítva. Aha, nyilván az első útjelző szövektől. Úgy bizony, onnan nem lehet több mégiscsak haladnak előre ezek a pápa szemes nagyokosok. Lám, egészen az omlásig kijelölték az utat, milyen ügyesen kijelölték. Tessék, ott az a sekély csatorna, ahol hernyó oda alig két méterre az ő útjuktól. Pedig csupacsont megmondta hernyónak. Éte ostoba, tartsd magad távol az ároktól. Különben temetni való sem marad belőled. Én, mintha a jövőbe látott volna, nem is marad belőle. Mert az zónával így áll a dolog. Ha zsákmánnyal térsz haza, kés csoda, ha élve térsz vissza. Ez már siker, ha golyót ültetett beléd az őr, szerencséd volt, a többi pedig a sors akarata. Kirillre pillantottam, s látom, fél szemmel engem figyel. Az arca is olyan, hogy nyomban visszaszívtam mindent. No, gondolom, Istenem, menjenek ezek a végül is mit árthatnak nekem? Kirill megtehette volna, hogy egy szót nem szól, de ő ezt mondta. Sucharth laboráns, figyeljen ide! Hivatalos, hangsúlyozom, hivatalos forrásból információt kaptam arról, hogy a garázs átvizsgálása nagy hasznára lehet a tudománynak. Javaslom, hogy kutassuk át a garást. A prémiumot garantálom. Es mosolyog, akár a májusi rózsa. Ugyan, miféle hivatalos forrásból? Kérdeztem, s közben én is ostobán mosolygok. Bizalmas forrásból mondja. Magának azonban elmondhatom, hirtelen elkomorodott. Tegyük fel, hogy doktor Douglastól. Ahá, mondom, doktor Douglastól. Melyik Douglastól? Szem Douglastól felelte szárazon. Tavaly halt meg. Végig futott rajtam a hideg. Ez nem hiányzott hogy lehet ilyesmiről beszélni, mielőtt a zónába megy az ember. Akár egy távíró oszlopot is eltörhetsz ezeknek a pápa szemes nagyokosoknak a fején, akkor sem fognak semmit megérteni. Belenyomtam a csikket a hamutartóba, s így szóltam. En. Hol az a tender? Sokáig fogunk még várni rá? Egy szó, mint száz. Többet erről nem beszéltünk. Kirill felhívta a diszpécsert, rendelt egy érepülő kalocsnit, gén pedig fogtam a térképet, s megnéztem. Ügyesen megcsinálták, az már igaz. Fényképészeti úton készült, felülről, erős nagyítással. A garázs kapuja előtt levő gépkocsi abroncsán még a mintázat is látszik. Ha mi, stalkerek, keríthetnénk egy ilyen térképet. Mellesleg, ugyan mi vennénk éjszaka, amikor az orrunkig sem látunk. Végre tender is megjelent. Vörös volt és fújtatott. Megbetegedett a lánya, és orvos után szaladgált. Elnézést kért, hogy elkésett. No, mi is szép ajándékkal örvendeztettük meg, jöhet velünk a zónába. Első pillanatban szegényke még fújtatni is elfelejtett. Hogy hogy a zónába? É. Miért éppen én? Meghalván azonban, hogy dupla prémiumot ígértek, s Red is megy, összeszedte magát és tovább fújtatott. Szóval leereszkedtünk a egy budoár f Kirill megmutatta az engedélyeket a szakaszvezetőnek, aki erre kiadta a különleges védőöltözetet. Nos, ez tényleg hasznos holmi. Ha vörösről valami megfelelőbb színre festenék át, bármelyik szemrebben szemrebbenés nélkül 500-at is megadna egy ilyen ruháért. Már régen megfogadtam, hogy előbb-utóbb feltétlenül megfújok egyet. Az első pillanatra nincs rajta semmi különös, olyan, mint egy búvárruha, sisakja is van, elől nagy ablakkal. Sőt, nem is annyira a búvárok, mint inkább a szuperszonikus pilóták, vagy még inkább az űrhajósok szkafanderére emlékeztet. Könnyű, kényelmes, sehol nem szorít, s a hőségben sem izzadsz benne. Ilyen öltözékben akár lángok közé is bemehetsz, és semmilyen gázát nem hatol rajta. Sőt, azt mondják, hogy a golyó sem fogja. Persze a tűz, a mustárgáz vagy a puskagolyó mind földi, emberi dolog. A zónában ilyesminek se híre, se hamva, a zónában nem ezektől kell félni. Különben is, mit beszélek, a különleges öltözékben is úgy hullanak az emberek, mint a legyek. Más kérdés, hogy enélkül talán még többen pusztulnának el. A tüzes pihétől például ez a védőruha százszázalékosan megvéd. Vagy az egy ördög káposzta köpésétől. N. Felhúztuk a védőruhát, egy kis zsákból csavarokat szórtam az oldal zsebembe, s az intézeti udvaron keresztül a zóna bejáratához ballaktunk. Itt már az a szokás, mindenkinek látnia kell, tessék, ott lépdelnek a tudomány hősei, hogy feláldozzák az életüket az emberiség, a tudás és a szent lélek nevében. Ámen. És tényleg az utolsó, a tizenegyedik emeletig bezárólag minden ablak tele emberekkel, éppen csak, hogy kendővel nem integetnek, zenekar nem szól. Díszépés. Szóltam oda tendernek. Húzd be a pocakod, szép kis csapat. A hálás emberiség nem feledkezik meg rólad. Rám nézett s láttam, nincs kedve tréfálni. Igaza is van, nem tréfa dolog ez. Ám bár, aki a zónába megy, két dolog között választhat vagy sír, vagy tréfálkozik. Én még életemben nem sírtam. Kirillre néztem. Derekasan tartja magát, csak az ajka mozog, mintha imádkozna. Imádkozol! Kéröm! Imádkoz, folytatom, imádkoz csak! Minél beljebb mész a zónába, annál közelebb jutsz az éghez. Mi? Érte. Imákosz. Kiáltok rá. A stalkereket soron kívül engedik be a paradicsomba. Kirill hirtelen elmosolyodott, stenyerével megcsapkodta a hátamat, mintha mondaná, ne félj, velem nem érhet baj, de ha ér hát is, hát úgyis csak egyszer halunk meg. Mégiscsak muris egy fickó, bíz Isten! Leadtuk az engedélyt az utolsó őrmesternek, aki azonban valami különleges oknál fogva ezúttal hadnagy volt. Ismerem, a papája Rexopolban sírköveket árul, aki repülőkalocsni, egy pedig már itt is volt. Ide irányították a fiúk az állomásról, s közvetlenül a bejárathoz irányították. Minden itt volt, annak rendje és módja szerint. A mentőautó, a tűzoltók semmi félelmet nem ismerő mentőosztagunk egy rakás jól semmire kellő helikopterrel. Rájuk se tudtam nézni. Bemásztunk a egy kalocsniba. Kirill az irányítópulthoz állt, és ezt mondta. No, Red, Ad ki a parancsot. Különösebb sietség nélkül leengedtem a mellemen a villámzárat. A belső zsebemből elővettem egy kulacsot, nagyot húztam belőle, visszacsavartam a kupakját s visszadugtam a ruhámba. Enélkül nem megy, Magam sem tudom, hányadszor indulok a zónába, de enélkül nem megy. Mindketten engem néznek s várnak. Nos, kezdem. Nektek nem javasolom, mert veletek először megyek, s nem tudom, hogyan hatrátok az alkohol. A következő a rend. Mindent, amit mondok, azonnal és maradéktalanul teljesítetek. Ha pedig valaki húzza az időt, vagy kérdezősködni kezd, előre is elnézését kérem, de azt vágom hozzá, ami a kezem ügyébe kerül. Tehát, ha például neked, tender úr, azt parancsolom. Állj kézre és indulás, te abban a szempillantásban kapt fel a levegőbe a kövér hátsó feled. Sted, amit mondtam. Mert ha nem teszed, lehet, hogy többé nem látod a beteg lányodat. Világos. Most én gondoskodom róla, hogy viszont lásd. Red, az a fő, hogy ne felejts el parancsot adni, szuszogja tender, közben a feje búbjáig vörös, izzad és alig-alig mozgatja a száját. Hajlandó vagyok akár a fogaimon is menni, nemhogy a kezemen. Nem vagyok kezdő. Már kétszer jártam ott. Ezt a két utat most felejtsd el, mondom neki. Parancsolni pedig fogok, légy nyugodt. Egyébként tudod a kalocsnit vezetni. Tudja, szólalt meg helyette Kirill. Jól vezet? Ha jól, akkor jól hagyom rá. Akkor Isten neki. Sisakrostét le. Lassan, az útjelzők mentén előre, a magasság három méter. A 27-es cöveknél megállunk. Kirill három méter magasba emelte a kalocsnit, és lassan előre kormányozta, én pedig feltűnés nélkül elfordítottam a fejem, s a balvállamon keresztül gyöngén hátrafújtam. Néztem, a mentőszolgálat félelmet nem ismerő emberei bemásztak helikopterükbe, a tűzoltók tisztelettudóan felálltak, a hadnagy az átjáró ajtajában tisztelget nekünk, fölül pedig egy hatalmas, már kifakult plakát lebegett. É, Isten hozott, jövevény urak! Tender már arra készült, hogy visszaint, de olyan pillantást vetettem rá, hogy rögtön kirepült a fejéből a ceremóniázás. Majd adok én neked elbúcsúzni. Repülni kezdtünk. Jobbra volt az intézet, balra a pestises háztömb, mi pedig cövektől cövekig haladtunk az út közepén. Ó, de rég nem járt, nem kocsizott végig senki ezen az úton. Az aszfaltborítás össze-vissza repedezett, a repedésekből fűnőtt, de ez még a mi emberi füvünk. A járdán balkész felől viszont már fekete tövis nőtt, s a tövisből is látszott, milyen világosan elhatárolja magát a zóna. A fekete hajtásokat az úttestnél, mintha kerítéssel határolták volna el. Hát igen, mégiscsak belevaló jövevények voltak ezek. Hiszen még a tüzes pihe sem jött át, egyetlen egy sem jött át a zóna felénk eső oldalára soha, bár úgy látszik, hogy szabadon viszi a szél. A házak a pestises háztömbben máladozó vakolatúak, halottak, de az ablaküvegek szinte mindenütt épek, csak éppen piszkosak s ezért, mintha vakok lennének. Ha nem éjszaka, amikor elkúszol mellettük, nagyon jól látni, ahogy belülről világítanak, kékes színű lángnyelvekkel, mint amikor szesz ég, lidérc lobog a pincékben. Különben a háztömb olyan, akár a többi, a házak, mint másutt, természetesen tatarozásra szorulnak, de nincs bennük semmi különös, csak éppen embereket nem látni. Itt, ebben a téglából épült házban lakott az irodalomtanárom, Vessző volt a gúny neve. Halálosan unalmas és borzasztóan perjes alak volt. A második felesége közvetlenül a látogatás előtt hagyta el. A lányának hályog volt a szemén. Emlékszem, csúfoltuk, amíg sírva nem fakadt. Amikor kitört a pánik, a többiekkel együtt egy neműben egészen a hídig futott innen hat kilométert egy szuszra. Azután sokáig betegeskedett Pestisben, a bőre lehámlott, a körmei kihultak. Majdnem mindenki megkapta a pestist, aki ebben a háztömbben lakott, ezért is nevezik Pestises háztömbnek. A másik három háztömbben az emberek megvakultak. Most így hívják ezeket a háztömböket, első vaktömb, második vaktömb. Az emberek nem vakultak meg teljesen, csak farkasvakságban szenvednek. Egyébként azt mesélik, hogy nem valamiféle felvillanástól vakultak meg, bár volt az is, hanem az erős dörejtől. Olyan iszonyatos volt az a dörej, hogy nyomban megvakultak. Az orvosok azt mondták nekik, ugyan, ez lehetetlen, próbáljanak jobban emlékezni. De ők kitartottak a maguké mellett, iszonyatos dörrenés volt, belevakultak. Ráadásul senki nem hallotta azt a dörejt. Csöndben és nyugodtan siklottunk az utca végéig, a kanyarig. Kirill rám pillantott, befordulunk. Intettem neki, lassan. Kalocsnink elfordult s lassan lebegett az emberi föld utolsó méterei felett. A járda közeledett, egyre közelebb jutott, lám, a kalocsni árnyéka már ráesett a fekete tövisbokrokra. Vége. Itt a zóna. Nyomban furcsa borzongás futott végig rajtam. Mindig elfog ez a borzongás, de a mai napig sem tudom, vajon a zóna teszi -e, vagy a stalkeridegek pajkoskodnak. Minden alkalommal elhatározom, hogy ha visszatérek, megkérdem, vajon másokkal is előfordul-e ugyanez, de mindig megfeledkezem róla. Na, jól van, lassan lebegünk az egykori veteményes kertek felett, a hajtómű egyenletesen, nyugodtan búg alatt, miért is nyugtalankodna, hiszen neki nem eshet baja. S ekkor az én tenderem nem bírta tovább. Alig jutottunk az első jelzőcövekig, fecsegni kezdett. Pont úgy, ahogy rendszerint az újoncok fecsegnek a zónában. A fogai össze, -össze a szígyerése majd eláll, alig van magánál, szégyelli is magát, de képtelen hallgatni. Olyan ez szerintem, mint a nátha, nem függ az embertől. Dől, csak dől belőle a szó. S mi mindenről nem fecsegnek. Hol a vidékben gyönyörködnek, hol az ügyhöz egyáltalán nem tartozó dolgokról locsognak, ez történt most tenderrel is, mesélni kezdett az új öltönyéről, és képtelen volt abba hagyni. Hogy mennyit fizetett érte, milyen vékony gyapjú szövet, hogyan cserélte ki rajta a szabó a gombokat. Hallgass vetem oda neki. Bánatosan rám pillantott, cuppantott, s ismét belekezdett. Mennyi sejem kellett a béléshez. Alattunk pedig már agyagos pusztaság terült el, régebben itt volt a városi szeméttelep, sérzem szellő fújdogál. Pedig az előbb szélnek még nyoma sem volt, s egyszer csak fújni kezdett, porfelhőcskék kergetőznek, s mintha valami zajt is hallanék. Hallgass, vagy kapsz egyet sziszegek tenderre. Nem, képtelen abba hagyni. Most a lószőrváltömésről kezd értekezni. No, akkor már megbocsás. Áj, utasítom Kirillt. Nyomban fékez. Kitűnő reflexei vannak, remek fickó. Vállon ragadom tendert, magam felé fordítom, és a tenyerem élével nagy lendülettel a sisakja üvegablakára vágok a szerencsétlen fickó orra a plexihez vágódik, lehunja a szemét s elhallgat. Alig, hogy elhallgatott, rögtön hallom, TRRR, TRRR, TRRR. Kirill összeszorított fogakkal néz rám. Intek neki, állj! Kérlek, állj meg, az Isten szerelmére, nem ott szang. Hiszen ő is hallja ezt a recsegést, s minden újoncot, őt is rögtön arra ösztönzi, hogy cselekedjék, csináljon valamit. Hátrémenet. Kétségbe esettel rázom a fejem, és öklömet a sisakja elé emelem, egy kukkot se, kérlek. Ebben a pillanatban egyszerre minden kiment a fejemből. Egy halom régi szemét, üvegszilánk és rongyé fölött valami rebegés, remegés kezdődött, ahogy a forró levegő vibrál délen a bádok tető fölött. A rebegés átjutott a kis halmos elindult, jött, jött szembe velünk, közvetlenül az oszlop mellett, egy kicsit megállt az út felett, vagy fél másodpercig ott állt, vagy talán csak nekem rém lett így. S tovább vonult a mező felé, a korhadó kerítések mögé, a rozda temetőhöz. Nézze meg az ember, jól kisütötték, hol jelöljék ki az utat, a mélyedésben. Szép kis alak vagyok, hol volt a szemem, amikor a térképükért lelkesedtem. Gyerünk, lassan előre, szólok oda Kirillnek. Ez meg mi volt? Honnét tudnám? Volt. Nincs. Hála Istennek. S kérlek, fogd be a szád. Most nem számít az embernek. Világos. Most egy gép vagy, és én irányítalak. Ekkor részbe kaptam. Tessék, engem is kezd megfertőzni a bőbeszédűség. Elég zártam le a dolgot. Egy szót se többet. A szél, mintha lanyhult volna, s közben semmi gyanús nem hallatszik, csak a motor zúg nyugodtan, álmosan. Körös körül süt a nap, meleg van, a garázs felett remeg a levegő a hőségtől. Mintha minden rendben menne, az útjelző cövekek egymás után úsznak el alattunk. Tender hallgat. Kirill is hallgat, edződnek az újoncok. Semmi vész, fiúk, a zónában is kapsz levegőt, ha helyén van az eszed. Tessék, itt a 27-es cövek vasrúd, rajta piros koronga a 27-es számmal. Kirill rám nézett, biccentettem, s a kalocsni megállt. Vége a sétakocsizásnak, most jön a meló. Most a legfontosabb a nyugalom. Nincs miért sietnünk, szél nem fúj, a látási viszonyok jók, minden úgy tárul elénk, mintha a tenyerünkön lenne. Tessék, ott az árok, ahol hernyó odaveszett tarka fényvillan onnan, lehet, hogy az ő göncei szemét alak volt, Isten nyugosztalja, kabzsi, ostoba, mocskos, a kesejűvel csak ilyenek barátkoznak. Kesejű barbridge egy kilométerről felismeri a fajtáját, és csontig lerágja róla a húst. Mellesleg, a zóna nem kérdezi, szemét alak vagy-e, vagy derék fickó, köszönet jár neked is, hernyú, bár ostoba voltál. S még a valódi nevedre sem emlékszik senki, az okosoknak mégis te mutattad meg, hová nem szabad lépni. Úgy ám, persze az lenne a legjobb, ha most eljutnánk az aszfaltig. Az aszfalt sima, mindent jobban látni rajta, a repedés is ismerős. Csak ezek a kis halmok nem tetszenek. Ha egyenest az aszfalt felé vesszük utunkat, éppen közöttük kell elhaladnunk. Nézd csak! Állnak, mintha kuncognának, s várnak. Nem, nem megyek át köztetek. Ez az második parancsolata, jobbra vagy balra, de száz lépésnyi tiszta levegő mindig. Ezen a bal oldali kis dombon viszont át lehetne ugratni. Igaz, nem tudom, mi van mögötte. A térképen mintha semmi nem lenne, de hát ki hisz a térképnek? Ide figyelj, Red suttogja Kirill. Átugrunk felette, jó? Húsz métert fel a magasba, rögtön vissza, és már is a garázsnál leszünk, na. Hallgass, ostoba feleltem. Ne zavari, hallgas. Még hogy a magasba. És mi lesz, ha ott húsz méter magasan vág belénk. A csontjainkat sem szedik össze. Vagy egyszer csak megjelenik egy szúnyogpilis, nemhogy a csontjainkat, de egyetlen porcikánkat selelik meg. Nézd, csak nincs türelme! Gyerünk, ugrassunk át. Különben, hogy mikép jutunk el a kis dombig. Világos, ott majd megállunk, s meglátjuk. Zsebre dugtam a kezem, kirántottam egy marék csavart. A tenyeremen tartva Kirill orra elé dugtam őket. Emlékszel Jancsira és Julis Kára? Tanultátok az iskolában? Nos, akkor most minden pont fordítva lesz. É! Elhajítottam az első csavart. Nem hajítottam messzire, pont annyira, amennyire kellett. Úgy tíz méterre a csavar rendben földet ért. Lá, no és. É, semmi no és, azt kérdem, látta de? Láttam. Most pedig lassan vezesd a kalocsnit, így a csavarhoz tőle két lépés ráj meg. Világos. Világos. Grávi koncentráció után kutatsz. Azt kutatom, amit kell. Vári. Eldobok még egyet. Nézd, hová esik, s onnan többé le neved a tekinteted. Elhajítottam még egy csavart. Magától értetődik, hogy ez is rendben földet ért, s az első mellé esett. Gyerünk, mondom. Elindította a kalocsnit. Nyugodt és derűs lett az arca, nyilván megértette a dolgot. Ezek a pápa szemesek mind ilyenek. A legfontosabb, hogy neve legyen a gyereknek. Amíg nem találták ki, rossz rájuk nézni. Hanem amint kitalálták, mondjuk a grávi koncentrációt, egyszerre világos lesz számukra, minden srögtön könnyebb lesz az életük. Túljutottunk az első csavaron, majd a másodikon, harmadikon. Tender sóhajtozik, toporog, idegességében ásít és nyűszít, akár egy kiskutya kínlódik szegényke. Semmi baj, ez hasznára lesz. Ma lead vagy öt kilót, jobb ez minden diétánál. Elhajítottam a negyedik csavart. Valahogy nem a szokott módon ért földet. Nem tudnám megmagyarázni, miről volt szó, de éreztem, hogy nem a szokott módon, s rögtön megragadtam Kirill karját. Áj, mondom. Egy centit se. Elővettem az ötödik csavart, s magasabbra és messzebbre hajítottam. Lám, Hát itt van a egy szúnyogpilis. A csavar felfelé a szokásos módon repült, úgy látszott, lefelé is rendben zuhan, azonban félúton, mintha valami oldalt taszított volna, úgy, hogy bevágódott az agyakbas eltűnt a szemünk elől. Lá? Kérdeztem suttogva. Eddig csak filmfelvételen felelte, testével előredőlt, majd kizuhantak egy kalocsniból. Dobi még egyet, jó! Komikus és szomorú. Még egyet. Azt hiszi, annyi elég lesz. Eh, te tudomány! Jól van, elhaigáltam még nyolc csavart, amíg a két pilist így körülhatároltuk. Az igazat megvalva, hét is elég lett volna, egyet azonban szánszándékkal a kellős közepébe vágtam, ha gyönyörködjék a grávi koncentrációjában. Belezuhant a csavar az agyakba, mintha nem is csavar, hanem öt mázsás súlyzó pugyant volna le. Becsapódott, és csak egy lyuk maradt utána. Kirill krákogott a gyönyörűségtől. No, rendben, zártam le a dolgot. Kiszórakoztuk magunkat, elég volt. Ide néz, végig dobálom az átjárót, le neved a szemed róla. Egy szóval kikerültük a kis szúnyogpilist, s felkapaszkodtunk egy kis dombra. Ez a kis domb eddig észre se vettem, igen. Nos, lebegünk a dom felett, az aszfalt egy kőhajításnyira, legfeljebb húsz lépésre van tőlünk. A hely a lehető legtisztább minden fűszál, minden repedés jól látható. Gondolhatnád, no és. Haigál csak a csavarokat, és menj. Képtelen vagyok elhajítani a soron következő csavart. Magam sem tudom, mi van velem, de sehogy sem tudom rászánni magam, hogy eldobjam. Mi van veled? Kérdi Kill. Miért állunk? Vári csak mondom. Hallgass az Isten szerelmére. Most, gondolom, elhajítok egy csavarcs nyugodtan átjutunk, mint kés a vajon, egy fűszál sem rezzen, fél perc, s már ott is az aszfalt. S egyszerre elöntött a veríték. A szemem is elöntötte, s tudom már, hogy oda nem hajítok csavart. Balra, akár kettőt is. Pedig az út arra hosszabb, a kövek ott nem túl rokon szemvesek, oda mégis merek csavart hajítani, egyenest előre azonban semmi pénzért sem. S elhajítottam a csavart balra. Kirill egy szót sem szólt, elkanyarodottak egy kalocsnival, iva a csavarhoz kormányozta, sekkor nézett csak rám. A képen bizonyára nem lehetett túl vidám, mert tüstént elkapta a tekintetét. Semmi baj, nyugtatgattam. A kerülő út ezúttal rövidebb. Es az aszfaltra hajítottam az utolsó csavart. Ezután már könnyedén ment a dolog. Megtaláltam a repedésemet, kiderült, hogy tiszta a kis édes, gaz nem nőtte be, a színe sem változott, s csendesen örvendeztem. A repedés mindenféle jelzőcöveknél simábban vezetett el a garázsig. Megparancsoltam Kirillnek, hogy ereszkedjen le másfél méterre. Lehasaltam s bebámultam a nyitott kapon. A nap miatt először nem láttam semmit, korom fekete volt minden. Aztán a szemem hozzászokott a sötétséghez, s látom, hogy a garázsban külsőre semmi nem változott azóta. A dömper, amely a gödörben állt, most is ott árvákodik, épségben, mint az előtt nyilván mert csak kevés gyűlt össze a gödörben a lidérc és egy csepp sem csordult ki belőle. Csak egy dolog nem tetszett, a garázs legmélyén, ahol a benzines kannák álltak, valami ezüstösen csillog. A múltkor ez még nem volt. Na jól van, ha csillog, hát hadd csillogjon, ezért most nem fogok visszafordulni. Hiszen nem nagyon csillog, csak egy icipicit, csak egy pirinyót, s olyan nyugodtan, szinte kedvesen. Felemelkedtem, s körbe pillantottam. A teherautók valóban úgy álltak, mintha újak lennének. Azóta, hogy utoljára jártam itt, szerintem még újabbnak látszanak, hanem a tartálykocsi teljesen berosdásodott, nem sokára darabjaira hullik. Lám, itt hever a gépkocsi abroncs is, ami rajta van a térképükön. Nem tetszik nekem ez az autógumi. Olyan különös árnyékot vet. A nap a hátunkba süt, az árnyéka mégis felénk nyújtózik. No de se baj, messze van tőlünk. Mellesleg semmi vész, lehet dolgozni. Mégis, vajon mi csillogott? Vagy csak a szemem káprázik? Ha most rágyújthatnék, csöndben leülhetnék s elgondolkozhatnék, miért ez az ezüstös csillogás a kannák felett, s a közelükben miért nem csillog semmi? S miért ilyen a köpeny árnyéka? Barbritge, a keselyű mesélt valamit az árnyékokról, vad dolgok, de nem veszélyesek. Az árnyékkal itt sok minden előfordulhat. Hanem mégis, mi az, ami ott csillog? No, pont olyan, akár a pókháló az erdőben a fákon. Ugyan, miféle pók szőhette ezt ott? Ó? hiszen még egyszer sem láttam bogarakat vagy pókokat a zónában. S az a legrosszabb, hogy az én egy lideni korongom éj alig két lépésre hever a kannáktól. Bár elvittem volna a múltkor, most nem lenne semmi gondom. De túlságosan is nehéz, teli van, felemelni ugyan felemeltem, de a hátamon cipelni, ráadásul éjszaka, mi több, négy kézláb. Aki még soha életében nem cipelte ezeket a vegykorongokat, Próbálja csak meg, olyan, mintha egy kádvizet vinne, kád nélkül. No, megyünk. Menj kell. Most kéne egy kort ital. Tenderhez fordultam, s így szóltam. Mi most kirillel bemegyünk a garázsba. Te itt maradsz, szofőrnek. Utasításom nélkül ne nyúj a kormányhoz, bármi is történjen. Még ha a föld gyullad ki a talpad alatt, akkor se. Ha begazolsz, a túlvilágon is rád találok. Komolyan bólintott, nyugodj meg, nem ijedek be. Az orra akár egy szilva, jól odasóztam neki. No, szép csöndben a földre eresztettem a biztonsági kötélhákcsót, még egyszer az ezüstös ragyogásra pillantottam, intettem Kirillnek, s mászni kezdtem lefelé. Az aszfalton megálltam s vártam, amíg leereszkedik a másik hágcsón. Ne siess, mondtam. Ne sés! nevert fel a port! Ott álltunk az aszfalton, a légpárnás, kalocsni mellettünk himbálódzik, a hákcsó tekergőzik a lábunk alatt. Tender kidugta a fejét a korlát fölött, néz, s a szemében kétségbeesés ül. Indulni kell. Oda szólok Kirillhez, gyere utánam, a nyomomba lépi, két lépés távolból, figyeld a hátam és el ne bámészkodj. Elindultam, a küszöbön megtorpantam, körülnéztem. Mégis mennyivel könnyebb nappal dolgozni, mint éjszaka. Ma egy hete éppen ezen a küszöbön hasaltam. Sötét volt, akár egy tintatartóban, a gödörből a lidérckocsonya öltögette kék szeszlág nyelveit, de ami a legbosszantóbb, semmit nem világított meg, sőt, még mintha sötétebb is lenne ezektől a lidércvényektől. Ha nem most. A szemem hozzászokott a félhomályhoz. Minden olyan, mintha itt lenne a tenyeremen, még a legsötétebb sarokban is látni a port. Valóban, csillogott valami, a kannáktól a mennyezetig ezüstös szálak húzódnak, ő a megtévesztésig hasonlít egy pókhálóra. Kirilt magam mellé kellene állítanom, megvárnom, amíg a szeme hozzászokik a fél homályhoz, megmutatni neki a pókhálót, rámutatni egyenesen. De hát megszoktam, hogy egyedül dolgozzam, s ezért történt, hogy Kirill eszembe sem jutott beléptem egyenest a kannákhoz. A korongpár fölött guggoltam, úgy láttam, nem tapad hozzá pókháló. Megragadtam az egyik végét, s így szóltam kiréhez. No, fogd meg, de el ne ejtsd, nehéz. Ránéztem, és a lélegzetem is elakadt. Egy mukot sem tudtam kinyögni. Kiáltani szeretnék. Állj, könyörgök, ne mozdulj. De képtelen vagyok rá. Bizonyára időm sem lett volna, olyan gyorsan történt minden. Kirill átlépett a korongokon, egy háttal a kannák felé, és hozzáért az ezüstösen ragyogó pókhálóhoz. Behunytam a szemem. Minden megdermed bennem, semmit nem hallok, csak azt, ahogy a közönséges pókháló szakad szét, csak természetesen kissé hangosabban. Állok lehunyt szemmel, nem érzem se kezem, se lábam, Kirill pedig megszólal. Na, mi van? Ér. Vű. Visszük felem. Felemeltük a korongpárt, s oldalvást lépkedve a kiárathoz vittük. Jó nehéz az átkozott, még ketten is alig bírtuk el. Kiléptünk a napra, megálltunk a kalocsninál. Tender már nyújtogatja felénk a mancsát. Nol biztat Kirill. Egy, kettő. Nem állítom meg, nyugi. Először tegyük le. Le. Fordulj meg, szólok rá, háttal. Szó nélkül megfordult. Nézem, a hátán semmi nincs. Megvizsgálom jobbról, megvizsgálom balról, nincs semmi. Ekkor megfordulok, s a kannákat nézem. Ott sincs semmi. Ide figyelj, fordulok Kirillhez, közben egyre a kannákat nézem. Láttad a pók hálót? Miféle hálót? Hol? Jól van, hagyom rá. Szerencsés csillagzat alatt születtünk. Magamban azonban azt mondom, én mellesleg ezt most még nem lehet tudni. Gyerünk szólok rá, Fogd. Betettük a korongokat, így ja, a kalocsniba, a fenekére állítottuk, hogy ne guruljon el. Ott áll a jó madár, újonnan, tisztán, a napcsillog a két részkorongon, s köztük homályosan, szivárványosan ragyog a kékes folyadék. Most látni csak, hogy ez nem ülideni korong, é, hanem egy edény, olyan, mint egy kék szörppel teli üveg. Kigyönyörködétéjük magunkat benne, felkapaszkodtunk a kékkalocsniba, és szó nélkül visszaindultunk. Kész gyönyörűség együtt lenni ezekkel a tudósokkal. Először is nappal dolgoznak. Másodszor. Csak befelé, a zónába nehéz az útjuk. Kifelé a egy kalocsni éj magától halad. Van egy szerkezete, iránymemória vagy mi, amely pontosan azon az útvonalon vezeti vissza, amelyen jött. Úszunk vissza, az összes manővert megismételjük. Megállunk, egy darabig lebegünk s megyünk tovább. Végig az összes csavarom felett, akár össze is szedhettük volna őket s vissza a zsákba. Az újoncaim magától értetődik, rögtön felélénkültek össze-vissza forgatták a fejüket, félelmük szinte teljesen elszállt, csak a kíváncsiság és az öröm maradt meg bennük, hogy minden szerencsésen végződött. Fecsegni kezdtek. Tender hadonászott és nagy hangon kijelentette, hogy most nyomban, ebéd után tüstént jön vissza a zónába, kijelöli az utat a garáshoz, Kirill pedig megragadta a kabát ujjam, s a grávi koncentrációt kezdte magyarázni, vagyis hogy a szúnyogpilist. Én persze, nem azonnal, de alaposan a helyükre tettem őket. Nyugodt képpel elmeséltem, hányos toba alakvesztett rajta örömében a visszaúton. Hallgassatok, mondom, s jól nézzetek körül, mert különben úgy jártok, mint Lindon Jancsi. Ez hatott. Még azt sem kérdezték, mi történt Lindon Jancsival. Lebegünk a csöndben, én pedig arra gondolok, hogyan csavarom le a kulat tetejét. Elképzelem, hogyan nyelem le az első korty italt, a szemem előtt viszont még egyre ott ragyog a pókháló. Egy szóval, kiutottunk a zónából, a kalocsnival, behajtottak minket a írtóba, tudományos nevén a fertőtlenítő hangárba. Három forró vízben és három lúgos oldatban mostak bennünket, majd besugároztak valami rondasággal, beszórtak valamivel, majd ismét mostak, aztán megszárítottak, s ezt mondták, így kész, Haverok, most már mehettek. Tender Kirillel elcibálta, egy korongokat. Összefutottak az emberek bámészkodni, egy gombostűt nem lehetett volna leejteni, de ami jellemző. Mind csak bámult, gratulált, de egyetlen merész jelentkező sem akadt, aki vállalkozott volna rá, hogy segítsen a fáradt embereknek cipelni. Jól van, ez már nem rám tartozik. Rám már semmi sem tartozik. Lehúzta magamról a védőruhát, Egyenest a padlóra hajítottam, majd felszedik, s beléptem a zuhanyozóba. Bezárkóztam a fülkébe, előhúztam a zsebemből a kulacsot, lecsavartam a kupakját, s rátapadtam, akár a pióka. Ülök a lócán, a lábam akár a rongyé, a fejem üres, a szívem is üres, s vedelem a töményszeszt, akár a vizet. É, eleresztett a zóna. Eleresztett a gazember. A szemét. Elevenen. Ezt egy újonc nem értheti. Ezt a stalkereken kívül senki nem értheti. Könnyek csorognak az arcomon a töményszesztől, vagy magam sem tudom, mitől. Az utolsó csöppig kiürítettem a kulacsot, alaposan eláztam, a kulacs azonban tökéletesen száraz. Természetesen még egy kort hiányzott az utolsó. Nem baj, ezt még pótolhatom. É! Rágyújtottam és ültem. Érzem, kezdek magamhoz térni. Eszembe jutott a prémium. Ezt nálunk az intézetben nagyon tisztességesen intézik. Akár most, rögtön mehetsz átveheted a borítékodat. De az is lehet, hogy egyenesen idehozzák a zuhanyozóba. Lassan vetkőzni kezdtem. Levettem az órámat, s néztem. Istenem, több mint öt órát voltunk a zónában. Ő óra rémülten összerázkódtam. Istenem, a zónában nem létezik idő. Ő óra. Ha jobban megnézzük, ugyan mi az öt óra egy stalkernek? V. Kész vicc. Tizenkét órát nem akarsz? Vagy 48-at, amikor éjszaka nem tudod elvégezni a munkát, s egész nap a zónában hasalsz, orrod a földbe fúrod, már nem is imádkozol, hanem félrebeszélsz, s magad sem tudod, élő vagy-e vagy, -e, vagy holt. A második éjjelre befejezed a munkát, odalopózol a szajréval a kordonhoz, de ott vannak a géppisztolyos őrök, a rohadtak, gyűlölnek. Ha letartóztatnak, ez semmi élvezetet nem okoz nekik, halálosan félnek tőled, félnek, mert megfertőzheted őket, ki akarnak nyírni, s minden edó az ő kezükben van, eredj s bizonyítsd be, hogy törvénytelenül végeztek veled. Tehát ismét belefúrhatod a képed a földbe, imádkozhatsz hajnalig, majd ismét sötétedésig. A szajré pedig ott fekszik melletted. S még csak azt sem tudod, hogy békésen hever melletted, vagy szép csendben meggyilkol. Vagy mind csupacsont izsák eltéved s hajnalban két árok között rekedt. Se jobbra, se balra. Két órán átlőtték, képtelenek voltak eltalálni. Két óráig halottnak tettette magát. Hála Istennek, Végül elhitték, s elmentek. Találkoztam utána vele, nem ismertem rá, nem volt ember formája. Letöröltem könnyeimet, s kinyitottam a csapot. Sokáig szappanoztam magam. Először forró vízzel mosdottam, majd hideggel, aztán ismét forróval. Nagy darab szappant elhasználtam. Majd meguntam az egészet. Elzártam az zuhanyt, és hallom, dörömbölnek az ajtón, Kirill vidáman ezt kiabálja. Hé, Stoker, bújj elő! Pénzszagot érzek. A pénz remek dolog. Kinyitottam az ajtót, ott áll Kirill egy szágatjában, vidáman, semmi melankólia, s egy borítékot nyújt felém. Fogd mondja a hálás emberiségtől. Köpök a te emberiségedre. Mennyi? Tekintettel a kivételes alkalomra s hősies viselkedésedre a veszélyes körülmények között a fizetésed duplája. Igen, így már ki lehet bírni. Ha minden egy korongpárért, egy dupla fizetést adnának. Ernestet már régen elküldtem volna valahová, melege béktájakra. Na, meg vagy elégedve. Kérdezi Kirill, s közben ragyog, fülig szalad a szája. Megjárja, feleltem. És te, egy szót sem szólt. Nyakon ragadott, izzat melléhez húzott, jól megszorongatott, majd ellökött, s eltűnt a szomszédos zuhanyozó fülkében. É! Kiáltottam utána. Mi van a te tendereddel? A fáradalmait piheni ki? En. Tendert körbevették a tudósítók, ha látnád, hogy fontoskodik. Nyilvánvaló, hogy egyedülő kompetens a kérdésben. Tessék, kérdem, egyedül micsoda. Kompetens. M. Ér. Legközelebb hozok egy értelmező szótárt. Sír. Es ekkor, mintha áramütés ért volna. Kirill, várj csak állítottam meg. Nono, gyere csak ide. De hiszen már mesztelen vagyok. Gyere ki nyugodtan, nem vagyok én nő. No, erre kijött. Vállon ragadtam, s háttal magam elé fordítottam. M. Csak úgy rém lett. A háta tiszta. Az izzadságpatakok csillogtak rajta. Jól hátba vágtam, beugrottam a zuhanyozó kabimba és bezárkóztam. Az idegeim az ördög vinné el. Akkor úgy rém lett, most is úgy rémlik. A pokolba az egésszel. Ma berúgok, akár egy csacsi. Milyen remek lenne, ha megkopasztanám Richardot. Meg kéne kopasztani a nyavajást. Fantasztikus, hogy játszik az a disznó. Nincs lapjárás, amelyel elkaphatnád. Már csalni is próbáltam, az asztal alatt cserélgettem a lapokat, keresztet is karcoltam rájuk. El! Kiabálok oda neki. Eljössz ma, ifborzs, ba Nem, I bors, i, hanem egy borst, így hányszor mondtam már. An. Az van kiírva, hogy F. Bors. Ne akard ránk erőltetni a szabályaidat. Jössz vagy nem. Meg kéne kopasztani rickhardot. Ó, nem is tudom. Red. Amilyen együgyű lélek vagy, fogalmat sincs, miféle dolgot cipeltünk ide. Neked talán van. Nem, sincs. Ez igaz. Most azonban, először is, már világos, mi célt szolgálnak ezek a kegykorongok. Másodszor, van egy ötletem. Ha igazolni tudom, cikket írok róla személy szerint neked ajánlom. Redrit az érdemes talkernek, megbecsülésem és hálám jeléül. No, ezért legalább két évet rám húznának, jegyeztem meg. Viszont bekerülsz a tudományba s ezt a micsodát is úgy fogják nevezni, és uchart tartály. Jól hangzik, mi? Amíg így fecsegtünk, felöltöztem. A kulacsot egyenest a zsebembe dugtam, megszámláltam a bankókat, s mentem a dolgomra. Légy boldog, te bonyolult lélek! Nem válaszolt, a víz erősen zubogott. Látom, hogy a folyosón ott van tender úr személyesen, kipirult és felfuvalkodott, akár egy pujka. Körülötte nagy tömeg, munkatársak, tudósítók és még néhány főnök is ott szorong. Nemrég fejezték be az ebédet, a fogukat piszkálják. Tender pedig, talán maga sem tudja, hogy mit fecseg. I igen, a rendelkezésünkre álló ternika majdnem százszázalékosan garantálja a sikert és a biztonságot. É ekkor azonban megpillantott engem s egy kissé megszeppent, mosolyog, int felém. Na, gondolom, most kell lelépni. De már elkéstem. Hallom a lábdobogást a hátam mögött. Súthart úr! Súthart úr! Csak két szót a garázsról. Nincs mit hozzátennem, vágom el a kérdést, s igyekszem a tarkon fordítani az objektív felé. Az egyik garázs olyan, mint a másik. M. Mi a véleménye a légpárnás járműről? Remek, felelem, s közben az árnyékszék felé veszem az irányt. Mi a véleménye a látogatás céljáról? Forduljon a tudósokhoz, adom meg a választ. S be az ajtó mögé. Hallom, hogy toporognak. Erre kiszólok az ajtónát. át. Nyomatékosan ajánlom, tudakolják meg tender úrtól, miért olyan az orra, akár a cékla. Szerénységből hallgat, pedig ehhez fűződik a legizgalmasabb kalandunk. Hogy rohantak a folyosón. Istenemre, akár a lovak. Vártam egy percig csend. Kidugtam a fejem senki. Fütyörészve indultam a dolgom után. Leereszkedtem a kapuhoz, megmutattam a balfácánnak az igazolványt, és ő tisztelget nekem. Ez jár a nap hősének. Pihenj, őrmester, nyugtatom meg. Őrmester, meg vagyok magával elégedve. Elvigyorodott, mintha az Isten tudja, miféle nagy dicséretet mondtam volna neki. No, róka, remek fickó vagy jelentette ki. Büszke vagyok rá, hogy ismerlek. Mi az, kérdem, lesz miről mesélned otthon, Svédországban a lányoknak? Még kérded. Vágja rá. Mégiscsak rendes alak. Az igazat megvalva, nem kedvelem az ilyen nagy darab, pirosposgás ürgéket. A csajok majd eszüket vesztik tőlük, de miért? Kérdem én. Hiszen nem a termet a legfontosabb. Lépdelek az utcán, s közben egyre azon jár az eszem, mi ennek a titka. A napsüt, körös körül egyetlen lélek sincs. Elhaladtam a gépkocsi parkírozó mellett, ahol a kordon is húzódik. Ott áll az őrség két gépkocsija, teliggatva mindennel, széles, sárgára mázolt járművek, fényszórókkal, gépfegyverekkel vannak felszerelve. Acsarkodnak a piszkok, hát persze, a kék sisakosok az egész utcát elzárták, nem jutsz át. Csak lépdelek, lesütöm a szemem, jobb, ha most nem nézek rájuk, nappal jobb rájuk sem nézni. Van két-három alak, félek, nehogy rájuk ismerjek, nagy botrány lenne, ha felismerném őket. Istenemre, szerencséjük volt, hogy Kirill elcsalt az intézetbe, Akkoriban kerestem a piszkokat, elintéztem volna őket, a szemem sem rebbent volna. A vállam előre tolva áttülekedtem a kordonon. Már majd nem átjutottam, s egyszer csak hallom, éhé, sztóke. Na, ez nem nekem szól, megyek tovább, előveszek egy cigit. Hátulról valaki utolér, elkapja a kabátom ujját. Lerázom a kezét, s félig felé fordulva, udvariasan megkérdezem. Mi az ördögnek akaszkodsz belém, mister? Megállj, Stoke mondja. Két kérdésem lenne. Rápillantottam, Kvoderblat százados volt. Régi ismerősöm. Egészen összeaszalódott, olyan sárga lett. Á, mondom, erőt, egészséget, százados. Hogy van a mája? Stoke, ne járasd a szád feleli dühösen, s majd felnyársal a tekintete. Inkább azt mondd meg, miért nem állasz meg azonnal, ha szólítalak. S már is rögtön ott van mögötte két kék sisakos tenyerük a pisztolytáskán, szemüket nem látni, csak az állkapcsuk mozog a sisak alatt. Ugyan, honnét veszik ezeket az alakokat? Talán fajta nemesítésre küldték őket. Nappal egyébként különösebben nem félek az őröktől, de most a piszkok akár meg is motozhatnak, amire az adott pillanatban semmi szükségem. Nekem szólt, százados. Éröm, hiszen maga egy sztóke után kiabált. Mi az, talán már nem vagy sztóke? Miután jósága következtében leültem a magamét, felhagytam bele, feleltem. Megtévedtem. Köszönet önnek, százados, segített, hogy kinyíljon a szemem. Ha ön nem lett volna. Mit csinálsz a zóna körzetében? Hogy mit? Ott dolgozom. Már két esztendeje. S hogy befejezzem ezt a kellemetlen beszélgetést, előhúzom az igazolványomat és megmutatom Kvoderblat századosnak. Elvette a kis könyvecskét, végiglapozta az összes oldalt, s minden pecsétet külön végig szaglászott, épp hogy meg nem nyalta. Aztán visszaadta a kis könyvet, elégedett volt, a szeme ragyog, sőt még ki is pirult. Elnézést, Suchart mondja. Ezt nem vártam. Tehát nem vesztek kárba a tanácsaim. Nos, ez remek. Akár hiszed, akár nem, én már akkor feltételeztem, hogy lesz belőled valaki. Nem feltételeztem, hogy egy ilyen derék legény. És csak fecsegett, és fecsegett. No, gondolom, még csak ez kellett nekem, sikerült kigyógyítanom még egy melankóliára hajlamos alakot. Közben azért hallgatom, zavartan lesütöm a szemem, bólogatok, széttárom a karom, sőt, emlékszem, a cipőm orrával szégyenlősen kapirgáltam a betont. A százados mögött a gorillák egy darabig hallgattak, aztán nyilván megunták a dolgot, mert látom, odább csörtettek, arra, ahol vidámabb a százados pedig, nézze meg az ember, a távlatokról papol. A tudás, úgymond, világosság, a tudatlanság áthatolhatatlan sötétség, az Úristen, úgymond, a becsületes munkát szereti és értékeli, egy szóval, dől belőle az az émeigős szöveg, amelyel a lelkész a börtönben vasárnaponként mérgezett bennünket. Én viszont inni szerettem volna, már alig bírtam. Semmi vész. Red, gondolom, haver, te ezt is kibírod. Red, ha kell, háttűri. Képtelen sokáig ebben a tempóban folytatni. Lám, már liheg. Ekkor azonban, szerencsémre, az egyik őrkocsi jelezni kezdett. Kvoderblat százados hátra pillantott, bosszúsan krákogott kezét nyújtotta. Nos, akkor fejezte be. Örültem, hogy tisztességes emberként is megismerkedhettem veled, succhart szívesen felhajtanék veled egy pohárral az új ismerettség tiszteletére. Igaz, töményet nem ihatok, az orvosok megtiltották, egy kis sört azonban szívesen felhörpintenék veled. De látod, hív a szolgálat. No, még találkozunk, zárta le. Ne adj Isten, gyű gondoltam. A kezét azonban megszorítottam, tovább pironkodtam s kapartam a földet, mindent úgy csináltam, ahogy neki tetszik. Ezután végre távozott. Én pedig kilőtt nyílként repültem a bors ba A kibors ebben az időben rendszerint üres. Örniszt ott áll a pult mögött, a poharakat törölget is a fény felé fordítva ellenőrzi tisztaságukat. Egyébként meglepő dolog. Bármikor állítasz be, a bártulajdonosok a pult mögött örökösen a poharakat törölgetik, mintha ettől függne a lelki üdvösségük. Nos, képes akár egész nap így állni, Fogja a poharat. Hunyorog. A fény felé fordítja. Rá lehes neki lát törölni. Törli, törli. Ismét megnézi. Most már az alja felől, s ismét törölgeti. Helló, örni szólítom meg. Eleget kínosztad, még lyukat dörzsölsz belé. A poháron keresztül rám nézett, dünnyögött valamit, a hang mintha a hasából jött volna, s egy fölösleges szót sem ejtve, öntött négy újnyi töményet. Felkapaszkodtam a bárszékre, kortyoltam egyet, hunyorítottam, megcsóváltam a fejem s ismét kortyintottam. A frizsider csattog, a vurlicerből halk cincogás hallatszik. Örniszt beleszuszog a következő pohárba, minden olyan kellemes, nyugodt. Kiittam az italt a poharat a pultra tettem, Örniszt pedig habozás nélkül töltött még négy ujjnyit az áttetsző töményből. No, megkönnyebbültél? Dőj! De... Felengedtél, Stoke. Te csak törölges, mondom neki. Tudod, volt egy alak, aki ugyanígy törölgetett, egyre csak törölgetett, s végül felébresztette a gonosz szellemet. S utána élte a világát, ahogy neki tetszett. Ki volt az? Érdeklődik Örniszt bizalmatlanul. Hát, volt egy ilyen bártulajdonos felelem. Még elég. No és. É. Mit gondolsz, mi idézte elő a látogatást? Valaki egyre csak törölgetett. Mit gondolsz, ki látogatott meg bennünket? Szószát járva nyugtázta Örniszt jóváhagyólag. Kiment a konyhába, és egy tányérral jött vissza sült virslit hozott. Letette elém a tányért, közelebb tolta a keupöt, s ismét neki fogott törölgetni a poharakat. Örnisz tudja, mi a dolga. Gyakorlott szeme van, rögtön látja, hogy a sztókő a zónából jött. Lesz szajré, s örni tudja, mi kell a zóna után a stalkernek. Örni a mi emberünk. A jó tevőnk. Ezután befaltam a virsliket, rágyújtottam számolgatni kezdtem, mennyit keres örniszt a magam fajtán. Azt, hogy Európában mennyit adnak a szajréért, nem tudom, félfüllel azonban hallottam, hogy egy ilyen Evlideni korong éj ott például majd, hogy nem kétezerért elmegy, őrni viszont mindössze négy százat ad nekünk. Az éj e ő legalább százat érnek ott, mi pedig legfeljebb húszat kapunk értük. Nyilván a többivel is ez a helyzet. Igaz, a zsákmány Európába küldése természetesen szintén pénzbe kerül. Ezt meg kell kenni, azt le kell fizetni, a szállítás főnöke nyilván belőlük él. Így aztán, ha jól meggondoljuk, Örnész nem is keres olyan sokat 15-20 százalékot. Nem többet, ha viszont horogra kerül, tíz év kényszermunkát biztosan ráúznak. Jámbor töprengésemet ekkor egy udvarias fickó szakítja félbe. Még azt sem hallottam, hogyan lépett be. Egyszer csak megjelent a jobb könyökömnél és megkérdezte. Szabad? Micsoda kérdés felem? Én kérem apró termetű, sovány, hegyes orrú fickó, csokornyakkendőt hord. A képe ismerősnek tűnik, valahol már láttam, de hogy hol, nem emlékszem. Mellém mászott egy bárszékre, sígy szólt Ernesthez, kérek egy bórbont. Estüstént felém fordult, elnézést, azt hiszem, ismerem magát. A Nemzetközi Kutatóintézetben dolgozik, ugye? Igen, felelem. És ön? Zsebéből elegánsan előhúz egy névjegyet, elém rakja. Olvasom, Gyaloise Marno, az áttelepítési iroda megbízott ügynöke. No, persze, hogy ismerem. Ráakaszkodik az emberre, hogy költözzön el a városból. Pedig tudják, Marmont korábbi lakosainak alig a fele maradt itt, nekik azonban mindenkit el kell pucolniuk az útból körmömmel odébb a névjegyét, s így szóltam. Nem, kööm. Nem érdekel. Tudja, arról ábrándozom, hogy a szülőföldemen halok meg. És miért? Érdeklődik élénken. Elnézést a szerénytelenségért, de mi az, ami önt itt tartja? Még csak az kellene, hogy egyenest a szemébe mondjam, mi tart itt. Még kérdi, vágom rá, a gyermekkor édes emlékei. Az első csók a városi parkban. Any, ó! Amikor részegen először összeakaszkodtam valakivel ebben a bárban. A szívemnek oly kedves rendőrőr szoba. Itt előkapom alaposan elhasználódott zsebkendőmet s a szememhez nyomom. Nem mondom, semmi pénzért. Rám nézett, Hörpintett búrbonyából söprengve így szólt: Sehogyan sem tudom megérteni magukat, marmontiakat. Úgy élnek itt, mint egy vulkánon. Bármely pillanatban kitörhet egy járvány, vagy valami még rosszabb. Megértem az öregeket. Nehéz elhagyni a megszokott helyet. De maguk. Hány éves is maga? 22-23 éves lehet, nem több. Értsék meg, a mi irodánk jótékony célú szervezet. Semmi hasznot nem húzunk belőle. Csupán azt szeretnénk, ha az emberek elhagynák ezt a pokoli vidéket, s bekapcsolódnának az igazi életbe. Hiszen költözési pénzt biztosítunk, az új helyen állás szerzünk. Az olyan fiataloknak, mint maga, lehetőséget nyújtunk, hogy tanulhassanak. Nem, sehogy sem értem. No és kérdem senki nem akar elutazni? Nem, azt nem mondanám, hogy senki. Néhányan ráállnak, különösen a családosak. Hanem a fiatalok, öregek. Ugyan, mi tetszik maguknak ebben a városban? Hiszen ez egy Isten háta mögötti porfészek. Erre azután megmondtam neki a magamét. sem Marno úr kezdtem. Ez mind igaz. Nehéz az életünk. A városunk vacak porfészek. Mindig is az volt. Most viszont folytatom, ez a porfészek a jövő fészke lett. Ebből a fészek hol olyan kincsek kerülnek a maguk tetves világába, hogy attól minden megváltozik. Más lesz az élet, igazságos, mindenkinek meg lesz mindene, amire szüksége van. Tessék, ilyen porfészek ez. A tudás kell ki itt. Amikor pedig megszerezzük a tudást, mindenkit gazdaggá teszünk, a csillagokhoz repülünk, eljutunk mindenhová. Nos, ilyen ez a mi vacak kis porfészkünk. Itt azonban abba hagytam, mert észrevettem, hogy Örniszt élén csodálkozással bámul, s kezdtem kényelmetlenül érezni magam. Különben sem szeretem mások szavait ismételgetni, még akkor sem, ha netán tetszenek. Annál inkább nem, mert ez nem áll jól nekem. Amikor Kirill mondja ezt, egészen belefeledkezel, a szád is tátva marad. Pedig én is körülbelül ugyanazt adom elő, de valahogy nem sikerül úgy. Lehet, hogy azért, mert Kirill soha nem adott el még semmiféle szajrét Ernestnek. No, rendben. Az én Erniem hirtelen észbe kapott, sietve egyszerre hatújnyit töltött. Téri észhez, legény, mi van ma veled? A hegyes orrú Marno úr pedig ismét belenyalt bórbonyába s ezt mondta. Igen, persze. Az örök akkumulátorok, a kék penöszil. Maga valóban hisz abban, hogy úgy lesz, ahogy mondta. Nem a maga dolga, hogy én igazából miben hiszek vágtam vissza. Ezt a városról mondtam. Ami engem illet, csak ezt felelem. Ugyan, van valami olyasmi maguknál, ott Európában, amit nem láttam. De miért gondol feltétlenül Európára? Ugyan mondom, mindenütt egy és ugyanaz az ábra, az Antarktiszon ráadásul még hideg is van. Sami a legmeglepőbb. Beszélek, s minden porcikámmal hiszek abban, amit mondok. S a mi elátkozott zónánk is százszor kedvesebb lett ebben a pillanatban. Pedig még be sem rúgtam. Maga mit szól ehhez? Fordul a hegyesorú Ernesthez. Nekem megvan a magam üzlete, feleli nyomatékkal örni. Ne gondolja, hogy taknyos kezdő vagyok. Minden pénzem ebbe a bárba fektettem. Néha maga a városparancsnok, a tábornok is benéz hozzám. Ugyan, minek utaznék el innen? Alói sem Marno úr magyarázni kezdett valamit, számokat sorolt, de már nem figyeltem rá. Jó nagyot hörpintettem a poharamból. Előkaptam a zsebemből egy marék apró pénzt, lemásztam a bárszékről, s először is egy marékra való aprót belenyomtam a zenegépbe. Tud az a gép egy dalt. Én ne gyere haza, ha nem vagy biztos benne. A zóna után remek hatással van rám. A zenegép harsog és nyűszít. Én fogom a poharamacs elindulok a sarok felé az egy karú gengszterhez, hogy megbosszuljam a régi sérelmeket. Repül az idő, akár a madár. Elverem az automatában az utolsó pénzdarabot is, sekkor a vendégszerető fészekbe belsik Richard Noonan és Suvix. Szép kis pár! Suvix nagy darab fickó, a bőre fekete, akár egy tiszti csizma, göndörhajú, karjatérdéig lóg, dik viszont apró termetű, dundi, pirosposgás, épp csak hogy nem világít a jó indulattól. Á! Ah. Kiált feldik, amikor meglát. Lám, Red is itt van. Gyere ide hozzánk, Red. Erre remek. Üvölti Suvix. Az egész városban csak két rendes alak van, Red és én. A többiek mind elátkozottak és a sátán gyermekei. Red. Te is a sátánt szolgálod, mégis ember vagy. Hozzájuk lépek, pohár a kezemben. Suvix megragadja az ekémet, az asztalhoz ültet s ezt mondja. Ülj le, róka! Ülj le, sátán szolgája! Kedvellek, róka! Sirassuk el emberi gyarlóságainkat. Keserű könnyekkel. Elsiratjuk erősítettem meg. Nyeljük bűnös könnyeinket. Mert eljön az a nap, profétás suvix. Mert fel van kantározva már a fakóparipa, slovasa már kengyelébe dugta lábát s hiába valók azoknak az imái, akik eladták magukat a sátánnak. Csak azok menekülnek meg, akik felkeltek ellene. Gyermetek lelkek, ti, kiket megkörnyékezett a sátán, kik ördögi játékot játsztok, kik a sátán kincseire áhítoztok, így szólok hozzátok, vakok. Térjetek magatokhoz, amíg nem késő. Tiporjátok össze az ördögjátékait. Ekkor hirtelen elhallgatott, mint aki elfeledte, hogyan tovább. Aztán inni adnak-e itt? Kérdezte, már egészen más hangon. Vagy hová kerültem? Tudod, Róka, ismét kirúgtak a munkahelyemről. Agitátor mondták, vörös. Én pedig azt magyarázom nekik, térjetek magatokhoz, ti vagytok a vakok, szakadékba zuhantok és a többi világtalant is magatokkal rántjátok nevettek rajtam. No, erre jól képen töröltem a főnököcs, elmentem. Most majd lecsuknak. Ugyan miért? Odalépett Dick és az asztalra állított egy üveget. Ma én fizetek. Kiáltottam Ernestnek. Dick rám sandított. Semmi vész, mondtam neki. A prémiumomat fogjuk elinni. A zónában voltál? Kérdzidik? Zidik, hoztatok valamit? Egy teli párt, mi felelem? Es ráadásul egy teli nadrágot. Töltesz, vagy nem? Korongpárt. Dörmögi bánatosan suviks. Egy nyomorult, öllideni korongért, így az életet kockáztattad. Életben maradtál, de a világ egy újabb ördögi termékkel lett gazdagabb. Honnan tudhatnád, róka, mennyi bánat és bűn? Pofa be, suvix szólok rá szigorúan. Így áll és mulas, mert élvet értem vissza. Fiúk, a sikerre! A sikerre jól csúszott az ital. Suvix teljesen elázott, ül, sír, dől a szeméből a köny, mint a csapból a víz. Nem tesz semmit, ismerem őt. Most ez jött rá, Könnyek öntik el a szemécs, azt prédikálja, hogy a zóna, úgymond az ördög kísértése, sonnan semmit nem szabad kihozni, amit pedig kihoztak, azt vissza kell vinni és úgy kell élni, mintha a zóna nem is létezne. A sátán holmia maradjon a sátáné? Kedvelem suvixot. Általában kedvelem a csodabogarakat. Amikor van pénze, alkudozás nélkül, amennyit kérnek, összevásárolja mindenkitől a zsákmányt, éjszaka pedig visszalopja a holmikat a zónába és elássa. Nézd csak, hogy bömböl, uramisten! És mi az, hogy teli elideni korong? Kérd A egy korongokat én ismerem, de milyen a teli? Először hallok róla. Megmagyaráztam neki. Megcsóválta a fejét, cuppogott. Igen, mondta, ez érdekes. Ez mondta, valami új dolog? És kivel voltál? Kirillel? Azzal a szovjettel? Igen, feleltem, Kirillel és Tenderrel. Ismered a laboránsunk. Nyilván sokat kínlódtál velük? Szó sincs róla. Nagyon tisztességesen viselkedtek a fiúk. Ünenkél. Született stóköt tettem hozzá ha több lenne a tapasztalata, meg levetkőzné gyerekes hebehúrgyaságát, akár minden nap elmennék vele a zónába. Es minden éjszaka? Kérdezte kapatos kacagással. Hagyd ezt figyelmeztetem. Nem tréfa dolog ez? Tudom, nyugtat meg. Nem tréfa dolog, az ilyenért összeszedhetsz egyet a képedre. Vedd úgy, hogy két nyaklevessel tartozom neked. Kinek kell két nyakleves? Rezzent össze Itt van! Karon ragadtuk, alig tudtuk visszanyomni a helyére. Dika fogai közé nyomott egy cigarettát, öngyújtóval tüzet adott. Megnyugtattuk. Közben egyre több vendég érkezett. A bárpultot már körülvették, jó néhány asztal foglalt volt. Örnist behívta felszolgáló leányait, futkosnak, szétordják, ki mit rendelt sört, koktélt, töményet. Nézem, az utóbbi időben sok idegen jelent meg a városban többnyire földigérő, érő, tarkas állatviselő taknyosok. Elmondtam ezt Dicknek. Dick bólintott. Hát, hogy ne mondta? Nagy építkezés kezdődik. Három új épület alapjait rakják le az intézetben, azon kívül fallal akarják elkeríteni a zónát, a temetőtől egészen a régi ranchóig. Véget érnek a stalkerek szép napjai. Ugyan, mikor voltak ezek a napok szépek? Én. Közben pedig arra gondolok. Én a tessék, még miféle újság vár? Tehát, most már mellékeset sem lesz. Lehet, hogy ez a javunkat szolgálja, kisebb lesz a csábítás. Nappal fogok a zónába járni, mint minden rendes ember, Persze a pénz jóval kevesebb lesz, viszont mennyivel biztonságosabb, így védőöltözet meg mi egymás, s az őrök nem fognak nyugtalanítani. Meg lehet élni a fizetésből is, majd a prémiumot fogom elinni. Rettentő bánat kerített hatalmába. Ismét a fogadhoz verhetsz minden garast. Ezt megengedheted magadnak, ezt nem, gutának minden új rongyiáért koplalhatsz. Ne járj bárba, menj inkább moziba szürke, minden olyan szürke lesz. Minden nap, minden este, minden éjszaka. Üldögélek és töprengek, Dik pedig egyre duruzsol a fülembe. Tegnap a szállóban kezdi, benéztem a bárba, hogy leöntsek éjszakára egy pohárral, látom, hogy ismeretlen alakok ülnek. Már a szaguk se tetszett. Odaül hozzám az egyik, s messziről kezdi a beszélgetést, tudtomra adja, hogy ismer, tudja, ki vagyok, hol dolgozom, s céloz rá, hogy kész jól megfizetni különböző szolgálataimat. Spion, jegyzem meg! Nem volt túl érdekes számomra. Láttam itt besúgót eleget, hallottam elég beszélgetést a különböző szolgálatokról. Nem, kedvesem, nem provokátor volt. Ide figyelj! Bizonyos tárgyak érdeklik a zónából, mi több, komoly dolgok akkumulátorok, tüsszentőgömb, fekete cseppek s az eféle apróságok nem kellenek neki. Arra azonban, hogy mi kell neki, csak célozgatott. Akkor mi kell neki? Érüm. Lidérc kocsonya, ha jól értettem, mondja Dix furcsán néz rám. Ó, Lidérc kocsonya, kell neki. Kiáltok fel. Gyilkos lámpára nincs szüksége véletlenül. Én is ezt kérdeztem tőle. No és. Képzeld el, kell neki. Igen. Csodálkom. Nos, akkor szerezze meg ő maga ezeket. Hiszen semmiség az egész. A ő lidérc egy tele vannak a pincék, fogjon egy vödröt ki, ha van pénze temetésre. Dik hallgat, bizalmatlanul néz rám, még csak nem is mosolyog. Uramisten, mi ez, csak nem akarja, hogy én. De egyszerre megértettem. Várj csak, mondom neki. Ki volt ez az alak? A kocsonyát még az intézetben is tilos vizsgálni. Helyes jegyzi megdik lassan, közben egyre engem néz. Az emberiség számára potenciálisan veszélyes kutatások. Most már megértetted, ki volt az? Semmit nem értettem. Talán jövevények? Én elkacagta magát, megpaskolta a kezem s ezt mondta. Menjünk, inkább ígyunk egyet, te naív lélek. Menjünk, hagyom rá, de közben dühöngök. Nézze meg az ember, a nagyokosok találtak egy naív lelket maguknak. É. Mm. É. é. Elég volt az alvásból. Gyere, ígyunk egyet. De súviks alszik. Fekete képét a fekete asztalra fektette, karja a padlóig csüng. Suvixot kihagyva ittunk még egyet. Na, rendben zártam le. Egyszerű vagy bonyolult lélek, ezt az alakot én azon nyomban feljelentettem volna ott, ahol kell. Bármennyire nem kedvelem a rendőrséget, maga mentem volna el jelentettem volna fel. Ühüm, dünyögidik. Téged pedig megkérdeztek volna a rendőrségen, miért is van az, hogy egyes alakok éppen hozzánk fordulnak. Á! Ah. Megcsóváltam a fejem. Mindegy. Te vindisznó, már harmadik éve laksz a városban, de a zónában még egyszer sem jártál, a lidérc csak a moziban láttad, de ha láttad volna a valóságban, mit tesz az emberrel, azon nyomban összerondítottad volna magad. Ez, kedvesem, iszonyatos dolog, nem lehet a zónából kihozni. Magad is tudod, a stalkerek durva emberek. Csak kapjanak elég dohányt, ha lehet, minél többet, erre azonban még a boldogult hernyó sem vállalkozott volna. Keselyű barbridge sem vállalkozik erre. Még rágondolni sem merek, ugyankinek, s mi célból lenne szüksége a egy lidérc kocsonyára. Nos, mondjadik. Mindez igaz. De értsd meg, semmi kedvem, hogy egy szép napon holtan találjanak az ágyamban, és úgy döntsenek, hogy öngyilkos lettem. Én nem vagyok sztókö, csak durva és sürgőforgó alak, s tudod, hogy szeretek élni. Már régóta élek, megszoktam. Ekkor Örniszt a pult mögül hirtelen felüvöltött. Nunen úr, telefonhoz hívják. Az ördögbe jelentette kidig dühösen. Nyilván ismét reklamálnak. Mindenütt rám találnak. Megbocsás, red. Feláll, s a telefonhoz megy. Magamra maradok suvix és az üveggel, s miután suvixból semmi hasznom, neki látok az üvegnek. Az ördög vinné ezt a zónát, sehol nincs menekvés előle. Bárhová mész, akárkivel beszélgetsz, csak a zóna, zóna, zóna. Könnyen morfondírozik Kirill, deréklegény, senki nem nevezi ostobának, éppen ellenkezőleg okos ember, az életről azonban fogalma sincs. El nem tudja képzelni, mennyi szemét alak kering a zóna körül. Íme, tessék, most a Lidérc kocsonyára vetett valaki szemet. Nem. Suvix iszákos, dilinós, vallási őrült, néha mégis arra gondolsz, s belőled, talán valóban jobb lenne meghagyni a sátánnak, ami a sátáné. Dik helyére egy tejfele szájú, tarka sálat viselő alakül. Sudhart úr. Ér. No és? Felelem. Kreón a nevem kezdi. Máltáról jöttem. No és kérdem, hogy élnek ott, Máltán. Máltán minden rendben, de nem erről akarok beszélni. Örniszt küldött. Úgy ég gondolom. Mégiscsak szemét alak ez az örniszt. Nincs benne egy csöpp sajnálat sem. Itt ül ez a napbarnított képű, tiszta, takaros legény, Nyilván még egyszer sem borotválkozott slánja sem csókolózott sohasem. Ernestnek azonban ez mindegy, csak minél több embert hajtson be a zónába, s ha három közül egy zsákmánnyal tér vissza, ő már jól járt. No és, hogy él az öreg Örniszt? Kérdem a fiút, miután hallgattam egy darabig. Hátrafordul a bárpulthoz, ezt mondja. Szerintem nincs rossz dolga. Szívesen cserélnék vele. Én viszont nem felelem. Iszol egyet. Köszönöm, nem iszom. No, gyújts rá, kínálom. Elnézést, én nem dohányzom. Haver, mondom neki. Akkor mi a fenének neked a pénz? Elvörösödött, már nem mosolygott, halkan folytatta. Ez bizonyára csak rám tartozik, Sucharth úr, ugye, igazam van? Ami igaz, az igaz ügyedzem meg, s öntök magamnak négy újnyit. A fejem, meg kell vallanom, mar zúg egy kisé, s a testemet is kellemes zsibbadás járja át. Teljesen felengedtem a zóna után. Most részeg vagyok, mondom. Amint látod, mulatok. A zónában jártam, élve, gazdagon tértem vissza. Nem olyan gyakori, hogy élve visszatér az ember, az pedig egészen ritka, hogy pénzel. Úgyhogy halasszuk el a komoly beszélgetést. Ekkor felugrik, azt mondja, hogy egy bocsánat, s látom, hogy Dik visszatért. A széke mellett áll, látom az arcán, hogy valami történt. No, kérdem, megint nem tartják a ballonjaid a vákúmot? Igen, hagyja rám. Leül, önt magának, önt nekem, s látom, hogy nem reklamálásról van szó. Ami a reklamációt illeti, ő arra köp egy kis plusz meló. Gyerünk, kezdi! Igyunk egyet! Red! Es meg sem várva, egy csapásra felhajtja a magáét, újból tölt. Tudod, mondja, Kirill Panov meghalt. Kapatosan nem értettem meg azonnal, mit mond. Ha meghalt valaki, hát meghalt. Nos, mondom, ígyunk a lelki üdvére. Kimeret szemmel rám pillantott, Sekkor éreztem, mintha megpattant volna bennem valami. Emlékszem, felálltam, az asztallapra támaszkodtam, s felülről néztem rá. Gil? Közben ott a szemem előtt az az ezüstös pókháló, s hallom megint, ahogy ropogva szerte szakad. A szörnyű ropogásban dik hangja, mintha egy másik szobából hallatszana. Cívszél hűdés? A zuhanyozóban találták, mesztelenül. Senki nem ért semmit felőled is érdeklődtek, de én mondtam, hogy veled minden rendben. Ugyan, mit nem értenek ezen? Én. A zóna. Ülj le, biztaddik. Ülj le és így áll. A zóna. Ismétlem sképtelen képtelen vagyok abba hagyni. A zóna. A zóna. Semmi mást nem látok magam körül, mint az ezüstös pókhálót. Az egész bár belegabajodott a pókhálóba, az emberek mozognak, a pókháló pedig csöndben hasadozik, amikor hozzáérnek. Középen pedig ott áll a máltai, arca csodálkozó, gyermeki, semmit nem ért. Kicsim, fordulok hozzá gyöngéden. Mennyi pénz kell neked? Ezer elég? A. Ne, fog! Pénzt nyomok a markába, s már üvöltök. Eredj Ernesthes, mondd meg neki, hogy alávaló gazember, ne félj, mondd meg neki. Örniszt gyáva. Mondd meg neki, s azon nyomban eredj az állomásra, vegyél magadnak jegyet, s egyenest haza a te És ne késlekelj. Nem emlékszem, még mi mindent kiabáltam ott. Csak arra emlékszem, hogy a bárpulthoz kerültem, Örniszt egy pohár üdítő italt tett elém, Úgy látom, ma vastag vagy. Igen, felelem. Vastag vagyok. Lehet, hogy megadod a tartozásod? Holnap be kell fizetnem az adómat. Sekkor látom, egy köteg pénz van a kezemben. Nézem ezt a zöld köteget, s ezt dünnyögöm. Nézze meg az ember, tehát a máltai Kreon nem fogadta el. Tehát büszke alak. No, a többi már a sors dolga. Mi van veled? Kérdezi hirtelen Örniszt. Sokat itt áll. Nem, mondom. Minden a legnagyobb rendben. Akár a zuhanyba is mehetnék. Menj inkább haza, ajánlja hirtelen örni. Sokat itt áll. Kirill meghalt, mondom neki. Melyik Kirill? Az a kopasz. Te magad vagy kopasz, torkollom le. Ezer Ernestből sem lehetne egyetlen Kirill gyúrni. Kupec vagy, mondom. Büdös kupet. Hiszen a halállal kereskedsz, te rohadék. Minnyájunkat megvettél néhány rongyos bankóért. Akarod, hogy szétverjem az egész büdös bódédat? S alig, hogy nekiveselkedtem, amúgy Isten igazából, egyszer csak felkapnak s cipelnek valahová. Én pedig már semmit nem értek s nem is akarok. Valamit üvöltök, rugdalok, valakit ütök, aztán magamhoz téreksz a klozetban ülök, dől rólam a veríték, a képem összeverve. Nézem magam a tükörben, s nem ismerek magamra, idegesen ráng az arcom, ez korábban sohasem volt. A teremből zaj hallatszik, valami recseg, törik az edény, lányok sikongatnak, s hallom, suvik szörnyű hangon üvölt. Vezekeljetek, paraziták! Hol van róka? Hová dugtátok rókát, pokolfajzatok? Rendőrszirén a víjog. Alig, hogy felvíjogott, a fejemben egyszerre kristálytiszta lett minden. Mindenre emlékszem, mindent tudok, mindent értek. S a lelkemben már nincs semmi, csupán jegesdű. Úgy gondolom, majd szerzek neked egy jó kis estét. Majd én megmutatom neked, milyen egy sztók. Az óra zsebemből előhúztam egy-egy tüsszentőgömböt, gömböt, vegy új példányt, még egyszer sem használtam, Néhányszor összeszorítottam az ujjaim között, hogy bemelegedjen, kissé kinyitottam a terem ajtaját, s csendben a köpőcsészébe hajítottam. Aztán kitártam az ablakot, s ki az utcára. Természetesen nagyon szerettem volna megnézni, hogyan végződik az egész, de a tüsszentőt én nehezen viselem el, vérzik tőle az orrom. Átfutottam az udvaron és hallom, é tüsszentőm, egy teljes erőből működik. Először a kutyák kezdtek ugatni és nyűszíteni az egész lakónegyedben, ők érzik meg elsőnek. Aztán felüvöltött valaki a kocsmában, de olyan hangosan, hogy még ilyen távolról is bedugult tőle a fülem. Magam elé képzeltem, hogyan jött mozgásba ott a tömeg egyesek melankóliába süppettek. Másokból dühöngő őrült lett. Megint mások nem tudták, hova bújjanak félelmükben. Szörnyű dolog ez a tüsszentő! Ezután jó darabig kongani fog majd Örniszt kocsmája. Persze sejti, hogy én voltam, csak hogy köpök rá. V. Nincs több éred, a sztókö. Elég volt belőle. Nem akarom többé a halált kísérteni, és a többi ostobát is erre oktatni. Tévedtél, Kirill, kedves barátom. Már megbocsás, de kiderül, hogy nem neked, hanem Suviksnak volt igaza. Az embereknek semmi keresni valójuk itt. A zónából semmi jó nem származik. Átmásztam a kerítésen, és csendben hazabandukoltam. Rágom a szájam szélét. Legszívesebben sírnék, de nem megy. Kirill, mi lesz velünk? Mi lesz velem nélküled? Lefestetted a jövőt, egy új világról, egy megváltozott világról, és most. Valaki el fog síratni a távoli Oroszországban, én viszont még sírni sem tudok. Hiszen én vagyok a bűnös, senki más. Én marha, hogy mertem a garázsba engedni, amikor a szeme még nem szokott a sötéthez. Különben is, minek fecsegtem neki ezekről a F-korongokról? Amint erre gondoltam, valami torkon ragadott, a legszívesebben felüvöltöttem volna. Bizonyára üvöltöttem is mert az emberek rémülten félreugrottak előlem, aztán egy kissé megkönnyebbültem. Látom, Guta jön felém. Jön velem szembe, szépségem, szerelmem, formás lábai villognak, a szoknya térde felett lebeg, a kapuajakból lángoló szemek lesik, ő pedig megy, mintha kötélen járna, nem néz senkire, s nem tudom, miből, de azonnal rájöttem, engem keres. Szervusz, Guta, köszöntöm. Hová mész? Végigmért s egy szempillantás alatt mindent meglátott. Összevert képemet, nedves zekémes véraláfutásos ökleimet, de egy szót sem szólt, csak ennyit mondott, Ervusz, Ed! Éppen téged kereslek. Tudom, feleltem. Gyere fel hozzám! Hallgat! Elforduls tekintete kerül engem. Ó, milyen formás a feje, karcsú a nyaka. Aztán így szól, nem tudom, Red. Lehet, hogy többé már nem is akarsz majd találkozni velem. A szívem nyomban összeszorult, mi vár még rám? Mégis, nyugodtan feleltem, képtelen vagyok megérteni téged, Guta! Bocsáss meg, majd kicsit sokat ittam, úgyhogy nem nagyon fog az agyam. Honnét veszed most egyszerre, hogy többé nem akarnék találkozni veled? Kézen fogom, nyugodtan megyünk hozzám, s mindenki, aki az előbb még bámulta, most sietve elrejtőzik. Mióta az eszem tudom, ebben az utcában lakom. Róka itt mindenki jól ismeri. Aki pedig nem ismer, azzal gyorsan összeismerkedem és nem fog elfelejteni. Anyám azt akarja, hogy abortuszra menjek, jelentette ki hirtelen Guta. Én viszont nem akarom. Még tettem néhány lépést, amíg eljutott a tudatomig mit mondott, Guta pedig tovább folytatta. Az abortuszról hallani sem akarok, gyereket akarok tőled. Te tégy, amit akarsz. Akár világgá is mehetsz, nem tartóztatlak. Hallgatom, ahogy lassan tűzbe jön, felingerli magát, s csöndben elkábulok. Egy kukkot sem értek az egészből. A fejemben egyre valami ostobaság motoszkál, egy emberrel kevesebb lett, egy emberrel több lett. Anyus azt magyarázgatja kezdig uta, a gyerek egy stalkertől van, ugyan minek hoznál a világra torszülöttet. Világ csavargója ő mondta, nem lesz se családod, se otthonod. Ma szabad lábom van, holnap már a börtönben. Csak hogy nekem teljesen mindegy, én mindenre kész vagyok. Egyedül is elboldogulok. Megszülöm egymagam, egymagam nevelem fel, embert csinálok belőle s nélküled is elboldogulok. Csak többé ne gyere hozzám, a küszöbömig se engedlek. Guta a felelem neki, szerelmem. Várj egy kicsit, képtelen vagyok uralkodni magamon, ideges, őrült nevetés kínoz. Madárkám, mondom. Voltakép a miért kergetsz el? Hahotázok, mint egy tökkelütött, ütött, ő pedig megáll, arcát a mellemhez szorítja és bőg. Mi lesz velünk, Red. Kérdezi a könnyein keresztül. Mi lesz velünk? Második Redrick Schutzhart, 28 esztendős, nős, foglalkozás nélküli. Redrick Schutzhart egy sírkő mögött hasalt, s egy berkenye félrehajtva az utat fürkészte. A járőröző gépkocsik reflektorai időről időre végigpásztázták a temetőt, olykor elvakították a szemét, ilyenkor hunyorgocs visszafojtotta lélegzetét. Már két órája várt, az úton azonban semmi nem változott. Az üres járatban, motorjával egyenletesen zúgó gépkocsi egy helyben állt s három reflektorával egyre pásztázta az elhagyott sírokat, a megdőlt, rozsdás kereszteket és sírköveket, a vadul elburjánzott berkenyebokrokat, s a balról emelkedő, három méter magas falgerincét. Az őrök féltek a zónától. A kocsiból sem mertek kiszállni. Itt, a temető környékén még a fegyverüket sem merték használni. Redrikhez néha folytott hangok jutottak el, látta, amint a gépkocsiból fénycsíkot húzva cigaretta végrepül ki, s apró, vöröses szikrákat szórva végig gurul a műúton. Minden nedves volt, az eső nemrég állt el, s Redrick még vízhatlan kezes lábasán keresztül is érezte a nyírkos hideget. Óvatosan visszaengedte az ágat, elfordította a fejét és hallgatózott. Valahol, jobb felől, nem nagyon távol, de nem is túl közel, valaki volt még itt, a temetőben. Újra megzizzentek a lombok, göröngyök szóródtak, majd halkputyanással valami nehéz és kemény dolog zuhant a talajra. Redrick óvatosan, meg sem fordulva, a nedves fűhöz tapadva, kúszni kezdett hátrafelé. Feje felett ismét elsuhant a reflektor fénye. Mozdulatlanságba dermett, követte a fény néma útját, s úgy látta, a keresztek között egy síron fekete alakül mozdulatlanul. Ül, meg sem próbál elrejtőzni, hátát a márványobeliszknek veti, s Redrick felé fordítja fehér arcát, amelyben két szemgödör feket élik. Igazából Redrick nem látta, a másodperc tört része alatt nem is láthatta mindezeket a részleteket, de a képzelete kiegészítette a látomást. Még néhány métert kúszott hátra, Ruhája öblében kitapogatta kulacsát, előhúzta, s egy ideig így feküdt, arcához szorítva a langyos fémet. Majd a kulacsot kezében tartva tovább kúszott. Többé nem hallgatózott, s nem nézett se jobbra, se balra. A kerítésen volt egy rés, s közvetlenül mellette egy földre terített sugárvédő olmozott köpenyen Barbrit Gehevert. Még mindig a hátán feküdt, mindkét kezével pulóveregallériát szaggatta, és csöndesen, fájdalmasan hörgött, s időnként felnyögött. Redrick leült mellé, s lecsavarta kulacsa kupakját. Óvatosan Barbridge feje alá aládukta a kezét, tenyerével érezte kopasz, forró, izzadságtól tapadós feje búbját, s a kulacs száját az öreg ajkához szorította. Sötét volt, de a reflektorok gyönge vízfényében Redrick látta Barbridge kitágult, üvegesnek látszó szemét, az arcát borító sötét borostát. Barbridge mohón kortyolt néhányat, majd nyugtalanul mocorogni kezdett, hogy megtapogassa a zsákmánnyal teli zsákot. Visszajöttél, szólalt meg. Rendes fickó vagy. Róka. Nem hagyott sorsára az öreget, nem hagyod megdögleni. Redrick fejét hátrévetve nagyot húzott a kulacsból. Még mindig ott parkolnak a durángok, mondta, mintha odaragadtak volna. Ez nem véletlen mondta Barbridge. Szaggatottan, utolsó erejét összeszedve suttogott. Valaki köpött. Vár! Lehet hagyta rá Redrick. Kérsz még egy kortyot? M. Egyelőre elég. Ne hagyj itt, róka. Ha nem hadsz itt, nem döglök meg. Nem fogod megbánni. Ugye nem hadsz itt, róka. Redrick nem válaszolt. A műút felé bámult, a reflektorok kékes felvillanásaira. A márványobeliszket innen látni lehetett, de nem tudta kivenni, ott üle még az az alak. Hallgass meg, Redrick! Ez nem üres hadova. Nem bánod meg. Tudod, miért él még most is az öreg barbridge? Tudod? Gorilla Bob elpatkolt. Fáraó Benkör elpatkolt. Oda lett. Pedig mi csodasztókö volt. Mégis oda veszett. Hernyú szintén. És pápa szemes Norman. A sebb helyes is. Mind. Csak én maradtam meg. Miért? Tudod? Mindig gazember voltál, jegyezte meg Redrick, s közben a műutat figyelte. Ronda féreg. Gazemer. Ez igaz. Enélkül nem megy de hiszen mind azok voltak. Áró! Heó! De csak én élek. Tudod, miért? Tudom, hagyta rá Redrick, csak hogy elhallgattassa. A. Nem tudod. Hallottál az arany gömbről? Halm! Azt hiszed, mese? Jobb lenne, ha hallgatnáló tanácsolta Redrick. Csak az erőt fecsérled. Semmi vész. Te kiviszel innen. Hiszen annyit dolgoztunk együtt. Csak nem hadsz magamra. Hiszen én sráckorodtól ismerlek. Apádat is ismertem. Redrick hallgatott. A legszívesebben rágyújtott volna, előhúzott egy cigarettát, a tenyerébe szórta belőle a dohányt és azt szagolgatta. Nem segített. Okvetlenül ki kell vinned, mondta Barbridge. Miattad vesztettem rajta. Te nem hoztad magaddal a máltait. A máltai nagyon szeretett volna velük menni. Egész este ő fizetett, komoly százalékot ígért, esküdözött, hogy szerez védőruhát, és Barbridge, aki a máltai mellett ülcs nehéz, ráncos tenyerével takarta el előle arcát, vadul kacsinkatott Redricknek. Egyez bele, jól járunk a máltaival. Redrick talán éppen ezért mondott nemet a kapzsiságodra fáztál rá, jelentette ki hidegen Redrick. Nekem ehhez semmi közöm. Inkább hallgass. Barbridge egy ideig csak sóhajtozott. Ismét a gallérját rángatta és a fejét egészen hátrévetette. A tiédő lehet az egész szajré hörögte, csak ne hagyj itt. Redrick az órájára pillantott. Pirkadatig már nem sok maradt hátra, de az őrjárat gépkocsia csak nem akart odébb állni. Reflektorai egyre a bokrokat pásztázták, s valahol ott, a kocsihoz egészen közel rejtőzött az álcázott Land Rover, s bármely pillanatban felfedezhették. Az aranygömb, mondta Barbridge. Én találtam rá. Azután rengeteg hazugságot találtak ki róla. Én is belesegítettem. Azt, hogy minden kívánságot teljesít. Nem mindent. Ha így lenne, már rég nem lennék itt. Európában élnék. Bankjegyekben fürödnék. Redrick felülről az öregre nézett. A rebegő kékes vízfényben Barbridge hátrévetett arca élettelennek tűnt. Üveges szeme kimerett, egyre Redricket fürkészte. Örök fiatalságot nem kaptam, dünnyögte. Pénzem sincs. De egészséges vagyok és a gyermekeim is azok. És élek. Álmodban sem láttál olyan helyeket, ahol én jártam. Mégis élek. Megnyalta az ajkát. Csak ezt kérem tőled. Engedj élni, mondom, engedj élni. És adj egészséget. A gyermekeimnek is. Fogd már be a szád, szólalt meg végül Redrick. Mi vagy te, egy vénasszony? ha tudlak, kiviszlek. Ginát sajnálom, hiszen elzüllik a lány. Gina, hörögte Barbridge. Gyenem. Écsém. Hiszen úgy kényeztettem őket, róka. Megadtam nekik mindent. Elvesznek nélkülem. A. Az én artiám, hiszen ismered őt, róka. Ugyan, láttál valahol ilyen gyerekeket? Megmondtam, ha tudlak, kiviszlek. Nem hajtogatta makacsul Barbridge. Bármi áron, de ki kell vinned. Az aranyöm. Ha akarod, megmondom, hol van. Na, mond. Barbridge felnyögött smocorogni kezdett. A lábam, hörögte. Tapogasd meg, mi van velük. Redric kinyújtotta kezét, s tenyerével végig tapogatta Barbridge lábát a térde alatt. A csontjaim hörögte Barbridge, a csontom még épp. Épp, épp hazudta Redrick. Ne fikánkolj. Pedig valójában csak a tért tudta kitapogatni. Lejjebb, egészen a talpáig, a lába olyan volt, mintha gumiból lenne, csomót is köthetett volna rá. Tudom, hogy hazudsz, mondta Barbridge. Miért hazudsz? Azt hiszed, nem tudom, mi ez, talán nem láttam soha ilyet. A térded épp, mondta Redrick. Biztos, hogy hazudsz, jegyezte meg Barbridge bánatosan. Na, jól van. Csak vigyél ki. Bármit kérhetsz. Az arany aranygömböt. Megrajzolom a térképét. Az összes csapdát megjelölöm rajta. Mindent elmondok. Még beszélt, s ígért valamit, Redrick azonban már nem hallotta. A műút felé nézett. A reflektorok többé nem pásztázták a bokrokat, fénycsóvájuk megállapodott, s kereszteződött azon a bizonyos márványobeliszken, s a világos kék fényben Redrick jól látta a keresztek között vánszorgó hajlott, fekete alakot. Mintha vakon lépdelt volna, ment egyenest neki a fényszóróknak. Redric látta, amint beleütközött egy hatalmas keresztbe, visszahökkent, ismét neki ment a keresztnek, s csak ezután kerültek ki és indult tovább, kinyújtva maga előtt hosszú karját, széttárt ujjait. Az alak ekkor hirtelen eltűnt, mintha a föld nyelte volna el, majd néhány másodperc múlva ismét megjelent, jobb felé, s gépies makacsággal lépdelt tovább, mint egy felhúzott szerkezet. A reflektorok váratlanul kihunytak. Kuplunk csikordult, vadul felüvöltött a motor, a bokrok között píros és kék jelzőlámpák fénye villant, s az őrjárat gépkocsia nekilódult, őrült iramban felgyorsulva a város felé vágtatott s eltűnt a fal mögött. Redric görcsösen nyelt egyet, s lehúzta kezes lábas a villámzárát. Végre elhajtottak, dünnyögte lázasan Barbridge. Róka, gyerünk! Gyerünk, gyorsan! Izegni mozogni kezdett, tapogatott maga körül, megragadta a szajréval teli zsákocs, megpróbált felállni. Na, gyerünk, mit ülsz? Redrick egyre a műút felé bámult. Az út most sötét volt, semmit nem lehetett látni, de a háta mögött valahol ott volt az az alak lépdelt, akár egy felhúzós játékbaba, meg-megbotlott, elelzuhant, nekiesett a kereszteknek s belegabajodott a bokrokba. Rendben, mondta Redrick hangosan. Menj! Felemelte Barbridgeté az öreg bal kezével, mintha harapófogó lenne, belekapaszkodott a nyakába, s Redrick, miután képtelen volt kiegyenesedni, négy kézlá vonszolta át a kerítés résén, s közben kezével a nedves fűbe kapaszkodott. Gyerünk, gyerünk, hörögte Barbridge! Ne izgulj, a szajrét fogom, nem engedem el! Gyerünk, az ösvény ismerős volt, a nedves fő azonban csúszott, a berkenyebokrok az arcát pofozták, a nagy darab öreg hihetetlenül súlyos volt, akár egy hulla, a zsákmánnyal teli zsák csengve és zörögve, egyre másra beleakadt valamibe, s még attól is félt, hogy belebotlik abba az alakba, aki talán még mindig ott bolyong a sötétben. Amikor kiértek a műútra, még sötét volt, de már érződött, hogy közel a hajnal. Az út túloldalán, a kis erdőben álmosan és bizonytalanul megszólaltak a madarak, s a távoli külváros fekete házai, a ritka sárga utcai lámpák fölött az éjjeli sötétség már kékbe váltott, s didergős, nyírkos szél csapta meg őket a város felől. Redric barbridgeté lefektette az árokpartra. Körülnézett. Sakár egy nagy, fekete pók. Átrohant az úton. Gyorsan rátalált a Landroverre, a motorháztetőről és a kocsi szekrényről lesöpörte az álcázó ágakat. A kormány mögé ült és óvatosan, a fényszórókat be sem kapcsolva, kigördült az aszfaltra. Barbrit geült, egyik kezével a teli zsákot tartotta, a másikkal pedig a lábát tapogatta. Gyorsan hörögte. Gyerünk gyorsan! A térdem, a térdem még ép. Legalább a térdem, mentsük meg! Redrick felemelte az öreget, s az erőfeszítéstől fogát csikorgatva átlökte a terepjáró oldalán. Barbridge a hátsó ülésre zuhant s felnyögött. A zsákot azonban nem engedte el. Redrick felszette a földről a sugárvédő köpenyt, s az öregre dobta. Barbridgenak sikerült magával cipelnie a köpenyét is. Redrick elővette zseblámpáját, s nyomokat keresveles föl lépdelt az útszélen. Nyomok, mondhatni, nem voltak. A Land Rover miközben kigördült az útra, lenyomta a magas füvet, de ez néhány órán belül fel fog egyenesedni. Ahol a járőrgépkocsi állt, körös körül töménytelen csikhevert. Redricknek eszébe jutott, hogy már régen szeretett volna rágyújtani, úgyhogy elővette egy cigarettát és rágyújtott. Jól lehet most legszívesebben beugrott volna az autóba s hajtott. Hajtott volna, minél gyorsabban, el innen. De még nem hajthatott el. Mindent lassan és körültekintően kellett csinálnia. Mit csinálsz? Szólt ki sírós hangon a gépkocsiból Barbridge. A vizet nem öntötted ki, a hálók mind szárazak. Mit állsz? Rejtsd el a szajrét. Fogd be a szád, szólt rá Redrick. Ne zavari. Mélyet szívott a cigarettából. Dél felé megyünk, jelentette ki. Hogyan? a külvároson át. Eszednél vagy? El akarod veszejteni a térdem, te semmire kellő. A térdem. Redrick utoljára még egy nagyot cippantott a cigarettából, s a csikket beledugta egy gyufás dobozba. Ne heveskedj, keselyű mondta. Egyenest keresztül a városon nem mehetünk. Három őrposzt van közben, valamelyik biztos megállít. Na és? Megnézik a patáidats vége. Na és a patáim? Dinamittal haláztunk, elkapta a lábam, ennyi az egész. És ha valaki megtapogatja? Megtapogatja? Akkorát üvöltök, hogy nyomban abba hagyja. Redrick azonban már döntött. Felemelte a vezetőülést, zseblámpájával világítva kinyitotta a titkos rekeszt. Sígy szólt, ad a szajrét. Az ülés alatti benzintartály csak álcázás volt. Redrick elvette a zsákot, bedugta a rekezbe, hallotta, hogy valami csörög és gurul a zsákban. Én nem kockáztathatok, dünnyögte. Nincs hozzá jogom. A helyére tette a tetőt, szeméttel szórta be, rongyokat dobált rá, s visszaengedte az ülést. Barbridge szuszogott, nyögdécselt panaszosan követelte, hogy siessen, ismét ígérgetni kezdte az aranygömböt, közben egyre forgolódott az ülésen s nyugtalanul bámulta a ritkuló sötétet. Redrick nem törődött vele. Felhasította a vízzel és halakkal teli műanyagtasakot, a vizet a kocsi szekrény aljában heverő hálókra öntötte, az ugrándozó halakat pedig beleszórta egy viaszos vászonzsákba. A tasakot összehajtotta és kezes lábasának zsebébe dugta. Most már minden rendben volt. Horgászok térnek haza, nem túl sikeres fogással. A kormány mögé ülcs beindította az autót. A kanyarig úgy hajtott, hogy nem kapcsolta be a fényszórókat. Baloldalt a zónát körülvevő vastag, három méter magas fal húzódott, jobboldalt bokrok voltak, ritkás ligetek, itt-ott deszkázott ablakú, málló vakolatú elhagyott villák akadtak útjukba. Redrick jól látott a sötétben, a sötétség sem volt már olyan sűrű, s különben is, már tudta, hogy mi jön, s ezért, amikor elől megjelent egy görnyett, komótosan lépdelő alak, le sem lassított. Csak még jobban a kormányra hajolt. Ez az alak egyenest az út közepén lépdelt, ő is a város felé tartott. Redricka kocsit az út bal széléhez szorítva megelőzte, s miután túljutott rajta, még jobban a gázpedára taposott. Üzám! Dünnyögte hátul barbridge. Róka, láttad! Igen, felelte Redrick. Istenem, még csak ez hiányzott. Dörmögte Barbridge, s hirtelen hangosan imádkozni kezdett. Pov be! Kiáltott rá Redrick. A kanyarnak valahol itt kell lennie. Redrick fékezett, s jobboldalt a düledező kerítések és házak vonalát vizsgálgatta. Régi transformátorház, egy alátámasztott oszlop. Korhat híd az út menti árok felett. Redrick elfordította a kormányt. A gépkocsi ugrálni kezdett a hepehupás mellékúton. Hová hajtasz? Üvöltött fel vadul Barbridge. Redrick egy másodpercre megfordult, s visszakézből képen törölte az öreget, tenyerének hátán érezve társa borostás képét. Barbridge csuklott egyet és elhallgatott. A gépkocsi rázkódott, a kerekek egyre másra megcsúsztak az éjszakai eső utáni sárban. Redrick bekapcsolta a fényszórókat. Az ugráló, fehér fény bevilágította a régi, fűvel benőtt keréknyomot, a hatalmas pocsolyákat oldalt a korhat és düledező kerítést. Barbridge sírt, szipogott és az orrát fújta. Már nem ígért semmit, panaszkodott és fenyegetőzött, azonban mindezt nagyon halkan és érthetetlenül tette, úgyhogy Redrick csupán egyes szavakat hallott. A lábáról, a térdéről és a csinos artieről. Később végleg elhallgatott. A dűlőút a nyugati külváros mentén húzódott. Egykor nyaralók álltak itt, gyümölcsös kertek húzódtak, a városbeli nagyfejűek és a gyári vezetőség rezidenciái. Vidám, zöld tisztások, homokos partú apró tavak, szellős nyárfaligetek, tavak, melyekben pontyokat tenyésztettek. A gyári bűz és füst idáig nem jutott el, ahogy mellesleg a városi csatorna hálózat sem. De most minden el volt hagyva és hanyagolva. Segész idő alatt csupán egyetlen lakott ház került útjukba sárgán világította függönnyel takart ablak, a köteleken esőtől nyirkos fehér nemű lógott, s hatalmas házőrzőebb ugrott ki, vadul acsarkodva az útra, s egy ideig rohant a kocsi kereke alól felcsapó sárforgataga után. Redrick óvatosan áthajtott még egy öreg, meggörbült hídon, s amikor elől megpillantotta a nyugati autóút felé vezető kanyart, megállította a kocsics, kikapcsolta a motort. Majd kimászott az útra, s Barbridgehoz vissza sem fordulva, kezét fázósan nedves kezes lábas a zsebébe dugva, előre indult. Már egészen kivilágosodott. Körös körül minden nyírkos, csendes és álmos volt. Elment az útig, s óvatosan kidugta a fejét a bokrok mögül. Innét jól lehetett látni az őrházat. Kerekeken gördülő kis házikó, három világító ablakkal, a járőrkocsi az út szélén állt, és nem ült benne senki. Redrick egy ideig állt és nézelődött. A poszton nem volt semmi mozgás, az őrök éjszaka nyilván átfáztak, elfáradtak, s most a házikóban melegedtek, ajkukhoz tapadt cigarettával a szájukban szundítottak. Durángok, én morogta Redrick. Zsebében kitapogatta a bokszert ujjait ovális nyilásába dugta, öklébe szorította a hideg fémet, s még mindig didergősen görnyedezve, kezét zsebében tartva visszaindult. A Land Rover kisé oldalt dűlve a bokrok között állt, a hely kihalt és elhagyatott volt, talán tíz éve nem járt erre senki. Amikor Redrick a kocsihoz lépett, Barbridge kissé felemelkedett s szája rápillantott. Most még idősebbnek tűnt, mint rendesen ráncos, kopasz, koszos sörtével benőtt képű, rothadó fogú öregember. Egy ideig némán szemlélték egymást, s ekkor Barbridge hirtelen, alig érthetően ezt mondta. Kapsz térképet, az összes csapdát, az összest. Egyedül is megleled, nem bánod meg. Redrick mozdulatlanul hallgatta, majd ujjait szétnyitva a boxert visszaengedte a zsebébe, s így szólt. En. A te dolgod, hogy ájultan heveri, világos. Nyögi és meg ne engedd, hogy hozzád érjenek. A kormány mögé ült, beindította a motort, s az autó elindult. S mindent megúztak. Senki nem jött ki a házikóból, amikor a Land Rover a gondosan betartott jeleknek stábláknak megfelelően lassan elgördült mellettük, aztán a sebességét egyre jobban növelve a nyugati külvároson át berobogott a városba. Reggel hat óra volt, az utcák kihaltak voltak, az aszfalt nedvesen és feketén sötét lett, az automata közlekedési lámpák magányosan és feleslegesen villogtak a kereszteződésekben. Elhaladtak egy magas, fényesen kivilágított ablakú pékség mellett, s redricket rendkívül jó szagú, meleg légáramlat ütötte meg. Kajálni kéne, jegyezte meg Redrick, s állandó feszültségtől elzsibbadt izmait kilazítva nyújtózott egyet, kezét a kormányhoz nyomva. Mi az? Kérdezte rémülten Barbridge. Azt mondom, kajálni kéne. Téged hová vigyelek? Haza vagy egyenest a mészároshoz? A mészároshoz, a mészároshoz. A. hadarta barbridge egész testével előredölve lázasan sforrón redrick tarkójába lihegett. Egyenest hozzá! Gyerünk egyenest. Még 700 ronggyal tartozik. Ugyan. Hajts, hajts már, mit mászol, mint tetű a kopasz fejen. Hirtelen erőtlenül és haragosan szitkozódni kezdett, mocskos és undorító szavakkal, nyálát fröcsögte, fuldoklott, köhögés rohamok fogták el. Redrick nem felelt. Sem ideje, sem ereje nem volt, hogy lecsillapítsa a tűzbe jött kesejűt. Mielőbb véget kellett vetnie ennek az egésznek s legalább egy órácskát, egy fél órát aludni a metropolban megbeszélt találka előtt. Befordult a 16. utcába, s egy szürke, egyemeletes villa előtt megállította az autót. A mészáros maga nyitott ajtót látszott, hogy épp az előbb kelt fels a fürdőszobába igyekezett. Pazar, aranybojtos köntösben volt, kezében pohár, benne a műfok sora. Haja borzas volt, zavaros tekintetű szeme alatt sötét karikák. Á, mondta, te vagy az, róka. Mit kérsz? Tedd be a fogad, és menjünk, szólt rá Redrick. Uhum felelt a mészáros, invitálón a hal felé biccentett. Ő maga pedig perzsa papucsában csoszogva, hihetetlenül gyorsan a fürdőszoba felé indult. Ki az? Kérdezte onnan. Barbridge válaszolta Redrick. Mi? A lába. A fürdőszobában zubogni kezdett a víz, prüszkölés és csobogás hallatszott, valami leesett végig gurult a csempézet padlón. Redrick fáradtan belesüppett egy karosszékbe, elővett egy cigarettát, rágyújtott és körbepillantott. Igen, a hal megjárja, a mészáros nem sajnálta a pénzt. Ügyes és divatos sebész volt, nem csak a város, de az állam orvosi karának is sztárja, s természetesen nem anyagi okokból tartott kapcsolatot a stalkerekkel. Persze ő is lefölözte a maga részét a zónából. Természetben kérte a fizetséget, mindenféle onnét származó holmiban, amit a gyógyításban használt fel, tudásban, mert a megnyomorodott stalkereken korábban ismeretlen betegségeket tanulmányozott, az emberi szervezet eltorzulásait és károsodásait dicsőségben szedte be, a földgolyó első, nem emberi eredetű megbetegedésekre szakosodott orvosának hírnevével. Persze azért a pénz sem utasította vissza. Nos, mi van a lábával? Kérdezte, amikor hatalmas törülközővel a vállán megjelent kilépett a fürdőszobából. A törülköző sarkában óvatosan megtörölte hosszú, ideges ujjait. Belepottyant a kocsonyába, mondta Redrick. A mészáros füttyentett. Akkor Barbridgenak vége dünnyögte. Kár, mert remek sztókő volt. Semmi vész vágta rá a karosségben hátradől veredrick. Csinálsz neki műlábakat. Fog ő még műlábakon a zónában ugrálni. No, rendben hagyta rá a mészáros. Az arca egyszerre komoly lett. Várj egy kicsit, mindjárt felöltözöm. Amíg öltözködött, amíg telefonált valahová nyilván a klinikájára, hogy mindent előkészítsenek a műtéthez, Redrick mozdulatlanul, félig fekve pihent a karosszékben s cigarettázott. Csupán egyszer mozdult meg, hogy előhúzza a kulacsot. Apró kortyokban ivott, mert a kulacsnak már csak az alján maradt ital, s igyekezett semmire nem gondolni. Tak vár. Utána együtt kimentek a kocsihoz a kormányhoz ült, mészáros helyet foglalt mellette, s azon nyomban, az ülésen hátrafordulva tapogatni kezdte Barbridge lábát. Barbridge elcsendesülve, összegörnyedve, panaszosan nyögdécselt, esküdött, hogy elárasztja őket aranyjal, majd újból és újból gyermekeit és elhunyt feleségét emlegette, s könyörgött, hogy legalább a térdét mentsék meg. Amikor a klinikához értek, a mészáros elkáronkodta magát, mert nem látott betegszállítókat a bejáratnál, még menet közben kiugrott az autóból, s eltűnt az ajtó mögött. Redrick ismét rágyújtott, s barbridge hirtelen világosan és tagoltan, mint aki teljesen megnyugodott, így szólt. Meg akartál ölni. Ezt megjegyzem magamnak. Hiszen nem öltelek meg, mondta közömbösen Redrick. Igen, nem öltél meg. Barbridge elhallgatott. Ezt is megjegyzem. Jegyezd, jegyezd csak meg, biztatta Redrick. Természetesen az én helyemben te nem öltél volna meg engem. Megfordult és barbridgere nézett. Az öreg szája bizonytalanul legörbett, kiszáradt ajka remegett. Te se szó, se beszéd, ott hagytál volna, folytatta Redrick. Ott hagytál volna a zónában. Mint a pápa szemest. A pápa szemes magától halt meg, ellenkezett komoran barbridge. Nekem ehhez semmi közöm. Jól belevágott. Szemét alak, vagy, jegyezte meg közömbösen Redrick, s elfordult. D. A kapuajból előugrottak a még álmos és borzas betegszállítók, s az autóhoz futottak, menet közben nyitották szét a hordágyat. Redrick cigarettájából nagyokat szíva nézte, milyen ügyesen húzták ki Barbridgeté a kocsiból, fektették a hordágyra, s vitték a bejárathoz. Barbridge mozdulatlanul feküdt, kezét összefonta mellén, s elkeseredve bámulta az eget. Hatalmas lábfeje, melyet kegyetlenül körülnyalogatottak egy kocsonya, és ijesztően és természetellenesen kifordult. Az utolsó volt az öreg stalkerek közül, akik a földön túli kincsek utáni vadászatot közvetlenül a látogatás után kezdték, amikor a zónát még nem hívták zónának, amikor nem volt még sem intézet, sem fal, sem az ENSZ rendőri erői, amikor a várost még félelem bénította meg, a világ pedig kuncogott az újságírók legújabb kitalációján. Redrick akkor tíz éves volt, Barbridge pedig még keménykötésű és ügyes férfi imádta, ha más számlájára ihatott, ha verekedhetett, vagy megnyomkodhatott egy sarokban valahol egy bamba leányzót. Saját gyermekei akkor egyáltalán nem érdekelték, már kis gazember volt, mert amikor berúgott, undorító élvezettel verte el a feleségét, nagy zaj csapva, mindenki szeme láttára. Addig verte, amíg az asszony bele nem halt. Redrick megfordította a landrovert, s a közlekedési lámpákkal nem törődve, rálépett a gázpedára, dudájával ijeszkedte a ritkán útjába akadó járók előket, levágta a kanyarokat, s egyenest hazafelé tartott. Megállt a garázs előtt, s amikor kimászott a kocsiból, meglátta a házmestert, aki a kispark felől közeledett hozzá. A házmester, mint mindig, most is morcos volt. Bedagadt szeme, gyűrött arca mélységes undort fejezett ki, mintha nem is földön, hanem trágyadombon járt volna. Jó reggelt köszöntötte Teredrick udvariasan. A házmester, miután tőle két lépésre megállt, mutató ujjával a háta mögé bökött. Ez a maga műve? Kérdezte alig érthetően. Látszott, hogy tegnap óta ezek az első szavai. Miről beszél? A hinda. Maga állította fel. Én. Mi célból? Redrick egy szót sem felelt. A garázs kapujához lépecs neki látott, hogy kinyissa a lakatot. A házmester követte és megállt a háta mögött. Azt kérdem, mi célból állította fel ezt a hintát? Ki kérte meg rá? A kislányom kérte, válaszolt Redrick nagyon nyugodtan. Széthúzta a garázs kapuját. Nem a lánya felől kérdeztem. A házmester felemelte hangját. A lányáról még külön fogunk beszélgetni. Az kérdem magától, kitől kapott rá engedélyt. Ki volt az, aki megengedte, hogy berendezkedjen a parkban? Redrick feléje fordult, egy ideig mozdulatlanul állt merőn nézte a házmester sápat, kékeres ornyergét. A házmester egy lépést hátrált, s valamivel szelídebben folytatta, és az erkét se fesse át. Hányszor mondtam már magának? Dőre igyekezett, mondta Redrick. Úgy sem költözöm el innét. Beült a és beindította a motort. Mikor ujját a kormánykerékre helyezte, Futólag észrevette, hogy elfehérettek az új percei. Ekkor kidugta fejét a kocsiból, s most már nem fékezte magát. Kiropant, ha pedig mégis el kell innen költöznöm, te piszok, akkor imádkozz magadért. Beállította az autót a garázsba, bekapcsolta a lámpát, bezárta a garázs ajtaját. Utána az álcázott benzintangból elővette a zsákot, beletette egy régi, fonott kosárba, fölülről rádobta a horgászfelszerelését amely még nedves volt, fűszálak és levelek tapadtak hozzá, s az egészet beszórta a már elkábult halakkal, amelyeket Barbridge tegnap este vásárolt a külvárosban egy kis üzletben. Aztán még egyszer minden oldalról végignézte az autót, már csak megszokásból. A jobb hátsó gumifutó felületéhez szétlapított csik tapadt. Redrick letépte, a cigaretta svéd volt. Gondolkozott egy ideig, majd a cigaretta véget beledugta egy gyufas katujába. A dobozban már három csik volt. A lépcsőn senkivel nem találkozott. Megállt lakásuk ajtaja előtt, s az ajtó kinyílt, mielőtt még elővette volna a kulcsát. Oldalazva belépett, a nehéz kosarata hóna alatt tartottas belemerült az ismerős melegbe, otthona ismerős illataiba, guta pedig, férje nyakát átölelve, arcát melléhez szorítva, mozdulatlanul tapadt még kezes lábasán és meleg ingén át is érezte, milyen őrült ember az asszony szíve. Nem tolta el magától, türelmesen várta, amíg megnyugszik, jól lehet éppen ebben a percben érezte meg, mennyire kimerült és elfáradt. No, jól van, szólalt meg végül az asszony mély, rekettes hangon, elengedte, s felkapcsolta az előszobában a villanyt, s anélkül, hogy megfordult volna, a konyhába ment. Most csinálok neked egy kávét. Mondta már onnan. Hoztam egy kis halat, mondta Redrick erőltetetten derűs hangon. Süsd meg, de mind, azonnal, mert rettentő kajás vagyok. Guta visszatért, arcát kibontott hajába rejtette, a kosarat a padlóra állította. A férfi segített kivenni a halakkal teli hálót, együtt vitték ki a konyhába és együtt borították a halakat a mosogatóba. Eredj, mosakodj, megküldte az asszony amíg mosdasz, mindent elkészítek. Mi van majd mocskával? Kérdezte Redrick, miközben leülcskezte lehúzni a csizmáját. Egész este itt lábatlankodott, felelte Guta. Alig tudtam lefektetni. Egyre csak nyaggatott. Hol van apu? Hol van apu? Hip-hop, kerítsd elő neki a papát. Az asszony ügyesen és hangtalanul sürgött a konyhában, erős és formás teremtés volt. A tűzhelyen a lábasban már forrt a víz, repült a halpénz a kése alól, fortyogott az olaj a nagy serpenyőben, s isteni, friss kávé illat terjengett. Redrick felállt, mesztelen lábával csattogva visszament az előszobába, fogta a kosaracs vitte a kamrába. Aztán benézett a hálószobába. Majmocska háborítatlanul aludt, összegyűrődött takarója padlóra csúszott, kis inge felgyűrődött, s a gyermek mintha a tenyerén lett volna apró, szuszogó teremtés. Redrick nem tudta tűrtőztetni magát, megsimogatta a kislány meleg, aranyos pihével borított hátát, s immár ki tudja, hányatszor elcsodálkozott azon, milyen sejmes és hosszú szőrbunda borítja a lányát. A legszívesebben felkapta volna majmocskát, de félt, hogy felébreszti, különben is piszkos volt, akár az ördög, s egészen átitatta a zóna és a halál. Visszatért a konyhába, ismét az asztalhoz ült s ezt mondta, önts egy csésze kávét, majd később megmosdom. Az asztalon ott hevertek az esti újságok, a marmonti hírlap, az atléta, a playboy egy egész halommagazin és egy vastag, szürke borítójú folyóirat a földön kívüli kultúrák nemzetközi kutatóintézetének jelentései, az 56-os szám. Redrick elvette gutától a csésze gőzölgő kávét, s magához húzta a jelentéseket. Görbék, jelek, rajzok, a fényképen ismerős tárgya különös szögekből fotózva. Kirillnek megjelent még egy posztumusz cikke, így a 776-os mágneses csapdák váratlan tulajdonságairól. A panov nevet fekete keretbe tették, salul apró betűkkel megjegyzés, így DR Kirilla Panov, Szovjetunió, tragikus körülmények között, kísérletezés közben elhuny 19. áprilisában. Redrick félrehajította a folyóiratot, hörpintett a kávéból, megégette a száját, s megkérdezte. Járt itt valaki? Suvix volt itt, mondta Guta egy kis habozás után. A tűzhelynél a férfit nézte. Hullarészeg volt, volt, kísértem. Na és, majmocska mit szólt hozzá? Persze, nem akarta elengedni. Bőgni kezdett. Én azonban azt mondtam neki, hogy Suvix bácsi rosszul érzi magát. Erre megértően ezt válaszolta, ő Suvix megint beszívott. Redrick elnevette magát, s még egyet kortyolt a kávéból. Majd megkérdezte, és a szomszédok? Guta ismét késett egy kicsit a válaszsal. Hát, mint mindig bökte ki végül. Jól van, nem eséld el! Á! Sóhajtott az asszony s undorral legyintett. Ma éjszaka kopogott ez a nő személy alulról. A szeme ekkora, a szája habzik. Hogy azt mondja, mi a fenét fűrészelünk ének idején a fürdőszobában. Világos, sziszek teredrick a foga között. Ide figyelj, ne költözzünk el mégis! Veszünk a külvárosban egy házat, ahol senki nem lakik, egy elhagyott villát. És majmocska. Istenem sóhajtott Redrick. Hát képtelenek lennénk úgy intézni, miketten, hogy jól érezze magát. Guta megcsóválta a fejét. Szereti a gyerekeket. És a gyerekek is szeretik. Hiszen ők nem bűnösek abban, hogy. Igen, szakította félbe Redrick. Persze, hogy nem bűnösek. Minek is beszélni róla, zárta leguta. Valaki keresett telefonon. Nem mondta meg a nevét, azt mondtam, horgászni mentél. Redrick letette a csészét s felállt. Rendben jelentette ki. Mégiscsak megyek s megmosdom. Egy csomó dolgom van még. Bezárkózott a fürdőszobába, ruháját beledobta a szennyes tartóba, a boxert, a megmaradt csavarokat, a cigarettát és a többi apróságot letette a polcra. Sokáig forgolódott a forró zuhany alatt, nyögött, testét durva fürdőkesztyűvel dörgölte, míg a bőre bíborvörös nem lett, majd elzárta a zuhanyt, leült a fürdőkát szélére és rágyújtott. A víz zubogott a csövekben, Guta a konyhában az edényekkel csörömpölt, sült halillata terjengett, majd Guta kopogott az ajtóns beadta neki a tiszta fehér neműt. Gyerünk, gyorsabban, mondta, kihűl a hal. Az asszony már teljesen magához sérts, ismét parancsoló lett a hangja. Redrick mosolyogva felöltözött, vagyis magára húzta a trikóját és az alsónadrágját, nadrágját, s így ment egyenest a konyhába. No, most már ehetek, jelentette kis leült. A gönceit beleraktad a szennyel tartóba? Kérdezte Guta. Ővüm dünnyögte a férfi teleszájjal. Remek a hal. Beáztattad? Nem. Elnézést, sír, többé nem fog előfordulni, sír. Ugyan, lesz még rá időd, ülj le egy kicsit. Elkapta felesége karját s megpróbálta a térdére ültetni, az asszony azonban kisiklott a keze közül s vele szemben ült az asztalhoz. Tehát semmi beveszed a férjedet, mondta Redrick, s ismét teletömte a száját. Tehát undorodsz tőle. Ugyan, miféle féri vagy te most, mondta Guta. Kiürült zsák vagy, nem féri. Először meg kell téged tömni. És ha mégsem? Kérdezte Redrick. Hiszen vannak még csodák a világon. Ilyen csodát tőled még nem láttam. Nem innál egy kortyot. Redrick határozatlanul forgatta villáját. Inkább nem dünnyögte. Az órájára pillantott és felállt. Mindjárt indulok. Készítsd az ünneplőmet. Az első osztályút. Inget, nyakkendőt is. Tiszta, mesztelen talpával élvezettel csattogva a hűvös padlón, végig a kamráig, s reteszre zárta maga mögött az ajtót. Majd felvette gumikötényét, felhúzta könyökig érő gumikesztyűjét, s neki fogott, hogy kirakja az asztalra mindazt, ami a zsákban volt. Két ölideni korong. Egy doboztele így gombos tükkel. 9. Három 3. Karkö. S még egy olyan abronszerű valami olyan, mint a karkötő, csak éppen fehér fémből készült, könnyebb volt és nagyobb átmérőjű, vagy 30 mm-rel. 16. Fekete csepp polietilén zacskóban. Két remek állapotban levő öklömnyi nagyságú szivacs. 3. Tüsszentő gömb. Egy üvegnyi szénsavas anyag. A zsákban maradt a nehéz kerámia konténer, gondosan, üvegvattába csomagolva, Redrick azonban nem nyúlt hozzá. Cigarettát vett elő, rágyújtott, s nézegetni kezdte az asztalon szétrakott zsákmányt. Majd kihúzta az asztal fiókját, papírlapot, ceruza véget számológépet vett elő. A cigarettával a szájában, a füstől hunyorogva, három oszlopban egymás aláírta a számokat majd összeadta az első két oszlopot. Meglehetősen tekintélyes összegek jöttek ki. Elnyomta a csikket a hamutartóban, óvatosan kinyitotta a dobozt, s kiszorta egy gombos tűket, így a papírra. A lámpafényben ragyogtak, s csak ritkán villantak fel tiszta szivárványos színekben, sárga, vörös, zöld tűzzel. Felvette egy tűt és óvatosan, hogy meg ne szúrja magát, középső és mutató ujja közé szorította. Majd kikapcsolta a lámpát, s a szemét a sötétséghez szoktatva várt egy kicsit. A egy gombostű azonban hallgatott. Félretette, kitapogatott egy másikat, s azt is az ujjai közé szorította. Semmi hatás. Erősebben megszorította, kockáztatva, hogy megszúrja magát, s a egy gombostű így beszélni kezdett. Gyönge, pirosas felvillanások futottak végig rajta, s hirtelen erősebb zöldekbe váltottak át. Redritk néhány másodpercig gyönyörködött a tüzecskéknek ebben a különös játékában, amely, mint ahogy azt a jelentésekből megtudta, valamit kellett, hogy jelentsen, lehet, hogy valami nagyon fontosat, nagyon jelentőset, majd a gombos tűt, így különtette a többi tős egy másikat vett fel. 73 tőű volt, 12 beszélt közülük, a többi hallgatott. Valójában ezeknek is meg kellett volna szólalniuk, ehhez azonban kevesek voltak az újak, egy különleges, asztal nagyságú gépre lett volna szükség. Redrick ismét bekapcsolta a lámpát, s a már leírt számjegyekhez még kettőt hozzátett. Csak ezután szánta el magát. Mindkét kezét a zsákba dugta, s lélegzetét visszafolytva elővett, s az asztalra tett egy puha csomagot. Egy ideig nézte a csomagot, tenyerének hátoldalával töprengve dörzsölgette állát. Végül mégiscsak megfogta a ceruzát, ügyetlen, gumikesztyűbe bújt ujjaiban tartotta egy ideig, majd ismét elhajította. Elővett még egy cigarettát, s szemétlesen véve a csomagról, egy ültő helyében elszívta. Mi a fene? Jegyezte meg hangosan, s határozottan megfogva a csomagot, visszadugta a zsákba. Ész. Elég volt. Gyorsan visszaszorta a gombostűket, így dobozukba s felállt. Ideje volt indulni. Talán alhatott volna egy fél órát, hogy a feje tisztább legyen, bár jóval hasznosabb, ha korábban ér oda, s megnézheti, mi az ábra. Félrehajította a kesztyűt, felakasztotta kötényét, s a lámpát lesemoltva kilépett a kamrából. Az öltönye már oda volt készítve az ágyra, s Redrick öltözködni kezdett. A tükör előtt kötötte a nyakkendőjét, amikor a háta mögött halkan megcsikordult a padlódeszka, csibészkedő szipogás hallatszott, s Redrick zort képet vágott, nehogy elnevesse magát. Ó! Kiáltott fel hirtelen mellette vékony hangon valaki, s megragadta a lábát. Jaj, rémült meg Redrick, s ájultan zuhant az ágyra. Majmocska hahotázva és visítozva azon nyomban felmászott rá. Taposta a férfit, haját cibálta, s a legkülönbözőbb hírek özönét zúdította rá. A szomszéd Vili letépte a babája lábát. A második emeleten megjelent egy kis csica, a fejétől a farkáig fehér, a szeme vörös, nyilván nem hallgatott a mamájára és a zónában járt. Lekvároskása volt vacsorára, Suvics bácsi ismét beszívott, beteg volt, még sírt is. Miért nem süllyednek els halak a vízben? Miért nem aludt anyu éjszaka? Miért van öt ujjunk, két kezünk, de csak egy orrunk? Redrick óvatosan átölelte a rajta mászkáló apró melegteremtést, belenézett fekete, fehérje nélküli szemébe, arcát a kislány pufók arany színű sejmes pihével borított orcácskájához nyomta, s ezt ismételgette. Majnka! Ó, majmuci, aranyos majmocskám! Ekkor a füle mellett élesen csörrent a telefon. Kinyújtotta a kezét és fölvette a kagylót. É! A kagyló néma volt. Haó! Mondta Redrick. Haó! Senki nem felelt. Majd kattanás hallatszott a kagylóban, s rövid búgások következtek. Redrick felállt, leengedte majmocskát a padlóra, s többé már nem törődött vele, felhúzta nadrágját és szakóját. Majmocska lankadatlan izget mozgott, de Redrick csupán szórakozottan mosolygott szája szögletében, úgyhogy végül a kislány kijelentette, apu lenyelte a nyelvét, majd összeharapta ajkát s békén hagyta apját. Redrick visszatért a kamrába, táskájába tette mindazt, ami az asztalon hevert, befutott a fürdőszobába a bokszeréért, ismét visszatért a kamrába, egyik kezébe az aktatáskát fogta, a másikba a kosarat a zsákkal, kilépett a kamrából, gondosan bezárta maga után az ajtót, majd oda kiáltotta utának. Ő elmentem. Mikor jössz haza? Kérdezte Guta, s előjött a konyhából. Már megfésülködött, kissé ki is festette magát, nem köntös volt rajta, hanem otthonka, a férfi kedvenc ruhája, elevenkék, mély kivágással. Majd felhívlak, nyugtatta meg a férfi s egy ideig nézte. Azután hozzálépett. Lehajolcs belecsókolt az asszony ruhájának a kivágásába. Menj már, hessegette előtt halkanguta. És én? És engem? Csivitelte majmocskas közéjük furta magát. Még lejjebb kellett a férfinak hajolnia. Guta merev tekintettel nézte őt. Semmiség, mondta a férfi. Ne nyugtalankodj. Felhívlak. Egy emelettel lejjebb a lépcsőházban Redrick megpillantott egy behemót, csíkos pizsamás férfit, aki ajtajánál az árral bíbelődött. Meleg, savanyú illat árat lakás a sötét mélyéből. Redrick megállt mellettes, így szólt. Jóla! A tesz férfi gyanakvon pillantott rá széles válla fölött s valamit dörmögött válaszul. A felesége az éjjel nálunk járt, mondta Redrick. Azt állította, hogy fűrészeltünk. Itt valami félreértés van. És nekem mi közöm hozzá? Acsarkodott a pizsamás férfi. A feleségem tegnap mosott folytatta Redrick. Ha ne talán zavartuk volna magukat, akkor elnézésüket kérem. Én nem mondtam semmit, jegyezte meg a pizsamás férfi. Kérem. Na, akkor örülök zárta le Redrick. Lement a garázsba, a kosarat a zsákkal a sarokba állította, rádöntötte a régi ülést, még egyszer megszemlélt mindent, majd kilépett az utcára. Nem kellett messzire mennie a térig csupán két tömböt, majd a parkonács még egy tömböt a központi sugárútig. A metropol előtt, mint mindig, most is rengeteg csillogó autó állt. Málna szín zubbonyos hotelszolgák bőröndöket cipeltek az előcsarnokba, szemmel láthatóan külföldi úriemberek társalogtak kettes. Hármas csoportba verődve a márvány lépcsőn, s közben fújták a szivarfüstöt. Redrick úgy döntött, hogy egyelőre nem megy be. Egy kis bisztró ernyője alatt ült le az utca túloldalán, kávét kért és rágyújtott. A mellette levő asztalnál a nemzetközi rendőrség három magas rangú tisztje ült civilben, némán is sietve falták a marmonti módra sült és barna sört ittak hozzá üvegkorsokból. Redrick másik oldalán, úgy tíz lépésre egy zord arcú rendőr örmestersült krumplit falt. Kék sisakja fenekével fölfelé széke mellett állt a padlón, öve a pisztolytáskával a szék támláján lógott. Több vendég nem is volt a bisztróban. A pincérnő, egy ismeretlen idős asszony, oldalt állt, s időről időre, kifestett száját elegánsan eltakarva, ásított. Fél kilenc múlt tíz perccel. Redrick meglátta, ahogy Richard Noonan, menet közben a fejébe nyomva gyűrött kalapját, kilép a szállodából. Vidáman futott le a lépcsőn, apró termetű, kövérkés, rózsás képű férfi volt, egészében sikeresnek, jól szituáltnak, frissen vasaltnak tűncs olyan magabiztosnak, mint akit nem fenyeget semmiféle kellemetlenség. Redrick tenyerével elfette arcát, s úgy nézte, ahogy Núnen gondos és rutinos mozdulattal helyet foglalta kormánynál az első ülésen, valamit áttett az első ülésről a hátsóra, valamiért lehajolt, aztán megigazította a visszapillantó tükröt. Aztán a Peugeot kékes füstöt fújva horkantott. Núnen rádudált egy burnuszos afrikaira, s vidáman kigördült az utcára. Mindebből arra lehetett következtetni, hogy Núnen az intézetbe indult tehát meg kellett kerülnie a szökőkutacs el kellett haladnia a biztró mellett. Ahhoz, hogy felálljon és elmenjen, már késő volt, ezért Redrick csupán tenyerével fette el arcát, s csészéje fölé görnyett. De nem sikerült. A Pözsó közvetlenül a füle mellett dudált egyet, fék csikorgott, s jó jókedvűen megszólította. É, Ohar! E! Redrick gondolatban káromkodva felemelte a fejét. Nunan már készfogásra nyújtott kézzel sietett felé. Az arca csak úgy ragyogott a szívélyességtől. Mit csinálsz itt ilyen korán? Kérdezte, miközben Redrickhez lépett. Kösz, drága vetette oda a pincérnőnek. Semmit nem kérek, és ismét Redrickhez fordult. Ezer éve nem láttalak. Hová tűntél, mit csinálsz? Semmi különöset, vetette oda kedvetlenül Redrick. Többnyire alkalmi munkákat. Nézte, ahogy Núnön szokásos gondosságával és alapossággal helyet foglalt vele szemben, kövér ujjaival az egyik oldalra tolja a szalvétákkal teli poharat, a másik oldalra a tálkát, s hallgatta barátságos fecsegését. Olyan döglött színed van, keveset alszol. Tudod, az utóbbi időben én is elfáradtam ettől az új automatától, ami azonban az alvást illeti, testvér, az alvás számomra az első, dőljön össze az egész automata, de hirtelen körülnézett. Pardon, lehet, hogy vársz valakit. Nem zavarlak. Ugyan, dehogy, mondta ernyetten Redrick. Volt egy kis időm, gondoltam, beugrom, iszom egy kávét. No, nem tartalak fel sokáig, mondta és az órájára pillantott. Idesüs, Red, hagyd az alkalmi munkát és gyere vissza az intézetbe. Hiszen tudod, hogy téged, ha akarod, rögtön visszavesznek. Ha akarod, ismét egy orosz mellé kerülhetsz, nem rég érkezett. Redrick megrázta a fejét. Nem, mondta. Második Kirill még nem született meg. Különben is nincs mit csinálnom az intézetetekben. Ott most már minden automatikus, robotok járják a zónát, nyilván a prémiumokat is a robotok kapják. A laboránsi fizetés pedig cigarettára se elég. Ugyan, ezt mind el lehetne intézni, győzködte Núnen. Én azonban nem szeretem, ha elintéznek nekem valamit, mondta Redrick. Kezdettől fogva magam intézem az ügyeimet, s a továbbiakban is magam szeretném. Büszkelettél jegyezte meg Núnen elítélőn. Egyáltalán nem vagyok büszke. Csak nem szeretem a fogamhoz verni a garast. Tudod? Hát végtére is igazad van, állapította meg Núnön szórakottan. Közömbösen Redrick aktatáskájára pillantott, mely a széke mellett állt, s újjával megtörölte rajta az ezüstös kislapot a szlább betűkkel. Így igaz, az embernek azért van szüksége pénzre, hogy soha többé ne gondoljon rá. Kirill ajándékozta neked kérdezte a táska felé biccentve. Örökségül maradt rám, mondta Redrick. Miért nem látni téged mostanában a övborzs évban? Mondjuk inkább, hogy téged nem látni tiltakozott Nónön. Majd minden nap ott ebédelek, a metropolban étkezni kész tönkremenés. Ide figyelj, mondta hirtelen. Hogy állsz anyagilag. Kölcsön akarsz kérni? Érdeklődött Redrick. Nem, ellenkezőleg. Tehát kölcsön akarsz adni. Van egy munka, mondta Nónön. Ó, Istenem, nyögte Redrick. Már te is. Miért? Még ki? Kérdezte tüstént Nunen. Hát sokan vagytok ti, munkaadók. Nunen, mintha csak most értette volna meg, elnevette magát. Ugyan, ez nem a te szakmádba vág. Hanem kiébe, Núan ismét az órájára pillantott. Tudod, mit mondta, miközben felállt. Gyere el ma a így borzs ebéd után, két óra tájt. Megbeszéljük. Kettőre nem érek oda, mondta redrick. Akkor délután hat óra körül. Megfelel. Majd meglátjuk, mondta redrick, szintén az órájára pillantott. Öt perc hián kilenc volt. Núnön intett neki, és jóhoz kocogott. Redrick a tekintetével követte, hívta a pincérnőt, kérte egy csomag trikeot, fizetett, s a táskát felvéve, nyugodt léptekkel átvágott az utcán a szállodához. A nap már alaposan égetett, az utcát gyorsan elöntötte a nyírkos forróság, s Redrick érezte, ég a szeme. Erősen hunyorított, sajnálta, hogy nem volt ideje legalább egy órácskát aludni a fontos ügyelőtt. Sekkor hirtelen rátört a roham. A zónán kívül ilyen még sohasem történt vele, a zónában is csupán kétszer vagy háromszor fordult elő. Egyszerre, mintha egy másik világba jutott volna. Millióféle szag öntötte el: csípősek és édesek, fémesek és gyengédek, veszélytsugallók, nyugtalanítók, hatalmasak, mint az épületek, és finomak, mint egy porszem, durvák, mint az utcakövek, finomak és bonyolultak mint az óra szerkezetek. A levegő egyszerre megkeményedett, szögletek, felületek, sarkok alakultak ki, mintha a teret hatalmas recés gömbformák, síkos piramisok, gigászi, szúrós kristály alakzatok töltötték volna be, s mindezen át kellett magát préselnie, mint éjszaka álmában egy ószeres zsúfolt üzletén, mely tel tele van ósdi és rokkant bútorokkal. Csak egy pillanatig tartott. Kinyitotta a szemét, s minden szerte foszlott. Ez nem egy másik világ volt az előbbi, az ismert világ fordult felé egy másik, ismeretlen oldalával, s ez az oldala csak egy pillanatra tárult fel előtte, majd mielőtt még eligazodhatott volna benne, ismét visszafordult. A füle mellett idegesítő, dudaszó harsant, Redrick meggyorsította lépteit, majd futni kezdett csak a metropol falánál állt meg. A szíve őrült embert. Aktatáskáját az aszfaltra állította, sietve feltépette csomagcigarettát s rágyújtott. Mélyet szippantott, pihent, mint egy kiadós verekedés után. Az ügyeletes rendőr megállt mellettes, gonterhelten megkérdezte. Segíthetek, mister! Nem, préselte ki magából Redrick, s a torkát köszörülte. Fullasztó meleg van. Talán elkísérjem? Redrick lehajolt s felvette aktatáskáját. Vége ő jelentette ki. Már minden rendben, barátom, köszönöm. Gyorsan a bejárathoz ment, felkaptatott a lépcsőköns belépett az előcsarnokba. Hűvös fél homály és néma csönd fogadta. Le kellett volna ülnie az egyik hatalmas bőrkarosségbe, hogy kifújja magát, de már amúgy is késésben volt. Csak annyit engedett meg magának, hogy végig szívja a cigarettát, miközben félig leengedett szemhéja alól méregette az előcsarnokban nyüzsgő embereket. Colos már itt volt, stűkönült, ingerült képpel turkált az újszágos állványnál a folyóiratok között. Redricka csikket belehajította egy urnábas belépett a liftbe. Vele együtt préselte be magát a kabinba egy kövér férfi, aki asztmatikusan kapkodta a levegőt, egy erős parfümszagot árasztó fiatal hölgy komor kisfiával, aki csokoládét rákcsált, s egy rosszú borotvált álló, Tesz öregasszony. Redricket a sarokba szorították. Lehunyt a szemét, hogy ne lássa a kisfiút, akinek az állára csorgott csokoládés nyála, arca azonban friss volt. Tiszta, egyetlen szörszás sem volt rajta, hogy ne lássa az anyját, akinek sovány mellét ezüstbe foglalt én fekete csöppekből egy fűzött nyaklánc díszítette, s ne lássa a kövér férfiú véreres szeme fehérjét, s az öregasszony püfett képén a félelmetes bibircsókokat. A kövér férfiú megkísérelt rágyújtani, az öregasszony azonban rátámadt s ostrom alatt tartotta egészen a negyedik emeletig, ahol kigurult a liftből, s alig, hogy kigurult, a kövér férfi mégis rágyújtott, olyan képpel, mint akinek sikerült megvédenie állampolgári jogait, s azon nyomban szipogva és hörögve, ajkát tevemódra csücsörítve köhögni és fuldokolni kezdett, s kínlódva szétfeszített könyökével redrick oldalát bökötte. Redrick a hetediken lépett ki a liftből és elindult a puha szőnyegen, végig a folyosón, melyet rejtett lámpák kellemes fénye árasztott el. Drága dohány, francia kölnis is csillogó, degeszre tömött, valódi bőrpénztárcák, egy éjszakáért 500 rongyot is elkérő hölgyek és súlyos arany szivartárcák illata áradt, az az olcsó csillogás, az az undorító penész, ami a zónában nőtt, a zónából táplálkozott, zabált, harácsolt és hízott, s köpött mindenre. Különös kép arra köpött, hogy mi lesz majd azután, amikor már telezabáltas teleharácsolta magát, s mindaz, ami egykor a zónában volt, kikerül onnan s leülepedik a világon. Redric kopogtatás nélkül belökte a 774-es szoba ajtaját. Krákogó egy asztalnál ült az ablak mellett, s a szivarjával bíbelődött. Még pizsamában volt, ritkás és nedves haját gondosan elválasztotta, egészségtelen, felpüfett arcát pedánsan simára borotválta. Aha, szólalt meg, tekintetét fel sem emelve. A pontosság a királyok udvariassága. Szervusz, fiacskám! Végre sikerült lecsípnie a szivar végét. A szivart két kezébe fogta, a bajsza alá dugta, és végig szaglázta. Hát a mi jó öreg barbridgeünk hol van? Kérdezte, és felemelte a tekintetét áttetsző, világoskék, angyali szeme volt. a heverőre helyezte aktatáskáját, leücs elővett egy cigarettát. Barbridge nem jön el, mondta. A jó öreg Barbridge folytatta krákogó, két ujja közé fogta a szivarcs óvatosan ajkához emelte. Az öreg Barbridge idegei felmondták a szolgálatot. Tiszta, világos kék szemével egyre redricket néztes nem pislogott sohasem pislogott. Az ajtó kissé kinyílt, s a szobába préselte magát szolos. Ki volt az az ember, akivel beszélgetett? Kérdezte már a küszöbről. Jó napot fogadta őt Redrick. Colos zsebre dugta a kezét, s hatalmas, befelé dőlő talpaival nagy lépésekkel Redrick elé sietett. Már százszor elmondtuk magának, figyelmeztette szemrehányón. Találkozó előtt semmiféle kapcsolat. Maga pedig, mit tesz? Köszönök felelte Redrick. És maga. Krákogó elnevette magát, Colos pedig ingerülten megjegyezte. Jó napot, jó napot! Már nem mered szemrehányóan redrickre, s mellé huppant a heverőre. Ezt nem szabad, mondta. É. Nem szabad akkor ott beszéljünk meg találkozót, ahol nincsenek ismerőseim, jelentette Kiredrick. A fiúnak igaza van, jegyezte meg Krákogó. A mi hibánk. Ki volt hát az az ember? Richard Noonan mondta Redrick, egy céget képvisel, amelyik berendezéseket szállít az intézetnek. Itt lakik a hotelban. Látod, milyen egyszerű az egész, mondta Krákogócolosnak, s felvett az asztalról egy óriási, a New Yorki szabadságszobrot formázó öngyújtót, kétkedve rápillantott, majd visszatette. Hát, Barbridge hol van? Kérdezte Colos, most már egészen barátságosan. Barbridge rajta vesztett, jelentette ki Redrick. Azok ketten egymásra néztek. Béke poraira mondta rákogó gyanakvón. Vagy letartóztatták? Redrick egy ideig nem válaszolt, lassú szippantásokkal szívta végig cigarettáját. Aztán a csikket a padlóra dobta, s így szólt. Ne féljenek, minden tiszta. Kórházban van. Még hogy tiszta? Kiáltott fel Colos idegesen, felpattant, s az ablakhoz sietett. Melyik kórházban? Ne féljenek, ismételte Redrick. Jó helyen van térjünk a tárgyra, aludni szeretnék. Melyik kórházban? Kérdezte most már ingerülten Colos. Megmondtam, felelte Redrick. Felvette az aktatáskát. Elintézzük ma a dolgunkat, vagy sem. Elintézzük, elintézzük, fiacskám erősítgette vidáman krákogó. Váratlanul könnyedén a padlóra ugrott, gyorsan Redrick elé tolta a dohányzóasztalt, Egyetlen mozdulattal a padlóra szórt róla egy halom új szágot és folyóiratot, stérdére támasztva rózsaszín, szőrös kezét, leült Redrickel szemben. Mutassa, szólította fel. Redrick kinyitotta az aktatáskát, elővette az árjegyzéket, skrákogó elétette az asztalra. Az belepillantott skörmével félre pöckölte. Colos, mögéje állva, a vállán keresztül az árjegyzékre merett. Ez a számla, mondta Redrick. Látom, válaszolt a krákogó. Elő a holmival, elő vele. Pénz, mondta Redrick. Mi ez a gyűrű? Érdeklődött gyanakodva Colos, s újjával krákogó válla fölött a jegyzékre bökött. Redrick hallgatott. Térdén tartotta nyitott aktatáskáját, rezzenés nélkül merett az angyali kék szempárba. Krákogó végül elnevette magát. Ugyan, Miért szeretlek téged ennyire, fiacskám? Púr békolta. És még azt mondják, hogy nincs szerelem első látásra. Színpadiasan felsóhajtott. Fil, barátom, hogy is mondják erre felé? Add oda a lóvét, adj neki dohányt, és adj már végre gyufát. Hiszen látod, megrázta a még mindig az ujjai közé szorított szivart. Colos fél valami érthetetlen dolgot dünnyögött. Odahajított egy gyufás katuját, a lefüggönyözött ajtón át kiment a szomszéd szobába. Hallatszott, hogy ott valakivel ingerülten beszélget, valami dünnyögő a zsákba macskáról, krákogó pedig, miután végre meggyújtotta a szivarját, továbbra is merőn nézte Redricket, vékony, sápadt ajkán megfagyott a mosoly, s mintha töprengett volna valamin. Redrick állát aktatáskájára támasztva visszanézett, igyekezett nem pislogni, Jól lehet szemhéját, mintha tűzégette volna, s könnyek futották el a szemét. Azután Colos visszatért, az asztalra hajított két papírszalaggal átkötött bankjegycsomót, s durcásan Redrick mellé telepedett. Redrick lustán a pénz után nyúlt, Krákogó azonban egy kézmozdulattal megállította, letéptes pizsamája zsebébe dugta a papírszalagokat. Most kérem, jelentette ki. Redrick átvette a pénzt, s a kötegeket meg sem számolva zakója belsejébe gyömöszölte. Majd neki fogott, hogy kirakja a szajrét. Lassan csinálta, módot adva vevőinek, hogy minden tárgyat külön-külön szemügyre vegyenek s egyeztessenek a listával. A szobában csend honolt, csak rákogó kapkodta nehezen a levegőt, s az ajtófüggöny mögül hallatszott halk csörömpölés, mintha kanál ért volna egy csésze pereméhez. Amikor Redrick végül becsukta aktatáskáját, s becsattantotta az árját, Krákogó ránézett és megkérdezte. No és mi a helyzet a legfontosabbal? Sehogy sem megy felelte Teredrick. Hallgatott egy darabig, majd hozzátette. Egyelőre. Tetszik nekem ez az éj egyelőre, jelentette ki gyöngéden Krákogó. Hát neked, Pil. Sucshart, maga ködösít jelentette ki megvetően Colos Kérdem én, miért ködösít? Ilyen a szakmám, ködös ügyleteim vannak, vágta ráred. Nehéz a mi szakmánk. Na, jól van zárt a le És hol a fényképezőgép? Á, az ördögbe dünnyök tered ricc. Tenyerével végig simított az arcán, érezte, ahogy a vörösség szétárad rajta. Elnézést mondta, egészen elfeledkeztem róla. Ott felejtette? Kérdezte krákogó és bizonytalan mozdulatot tett a szivarjával. Nem emlékszem. Nyilván ott. Redrick lehúnyt a szemécs hátradőlt a heverő támlájára. Nem, képtelen vagyok pontosan visszaemlékezni. Kár mondta krákogó. De legalább látta ezt a tárgyat. Ugyan, de hogy jegyezte meg bosszúsan Redrick. Éppen erről van szó hiszen nem jutottunk el a kauperokig. Barbridge belecsúszottak egy kocsonyába, s nekem tüstént vissza kellett fordítani a szekér rúdját. Legyen nyugodt, ha meglátom, bizonyára nem felejtem el. Ide figyelj, huk, ide néz. Szólalt meg hirtelen rémült suttogással colos. Ez meg mi? Ott ült, jobb keze mutató ujját kimerevítette. Az ujja körül ott forgott az a bizonyos fehérfém gyűrű, s colos kimerett szemmel bámult a gyűrűt. Nem áll meg! Mondta hangosan colos, s kerekre mereztett szemét hol krákogóra, hol a gyűrűre emelte. Mit jelent, hogy nem áll meg? Kérdezte óvatosan krákogó, s egy kisé odébb húzódott. Felhúztam az ujjamra, s megpörgettem egyszer csak úgy, s már egy kerek perce nem akar megállni. Colos hirtelen felpattant, s kinyújtott ujját maga előtt tartva odarohant az ajtó függönyéhez. A gyűrű ezüstös csillogással egyenletesen forgott az ujja körül, akár egy propelő. Mi a fenét hozott nekünk? Kérdezte Krákogó. Az ördög tudja, mondta Redrick. Fogalmam sem volt róla. Ha tudtam volna, többet kérek érte. Krákogó egy darabig nézte Redricket, majd felemelkedett, s ő is eltűnt a függönyajtó mögött. A függöny mögött nyomban suttogni kezdtek. Redrick előhúzott egy cigarettát, rágyújtott, felvett a padlóról egy folyóiratot, s szórakozottan lapozgatni kezdte. A magazin tele volt izmos tomporú szépségekkel, de valami oknál fogva, most hány inger kerülgette, ha rájuk nézett. Redrick elhajította a magazincs körülnézett, innivalót keresett majd előhúzott a belső zsebéből egy kötekpénzt s megszámolta a bankjegyeket. Minden rendben volt, azonban nehogy elaludjon, átszámolta a második köteget is. Amikor visszadugta a zsebébe, krákogó visszatért. Szerencsés fiú maga jelentettek is, ismét leült Redrickel szemben. Tudja, mi az a perpetuum mobile? Nem felelte Redrick. Mi ezt nem tanultuk. Nem is fontos, mondta Krákogó. Még egy köteg bankjegyet húzott elő. Ez az első példány áral jelentette ki, miközben letépte a pénzcsomagról az összekötő papírszalagot. Minden további gyűrűért két ilyen köteget kap. Megjegyezte, fiacskám. Ő. De azzal a feltétellel, hogy rajtunk kívül soha senki nem szerez tudomást ezekről a gyűrűkről. Megegyeztünk. Redrick némán zsebre dugta a pénzt, és felállt. Na, én megyek közölte. Mikor és hol találkozunk legközelebb? Krákogó szintén felállt. Hívni fogják, mondta. Minden pénteken reggel kilenc és fél tíz között várja a telefont. Üdvözölni fogják fél és huk nevében, s megjelölik a találkát. Redrick bólintott s az ajtó felé indult. Rákogó követtes kezét a vállára helyezte. Szeretném, ha megértené folytatta. Mindez nagyon jó, nagyon kedves és a többi, a egy gyűrű így pedig egyszerűen csodálatos, azonban nekünk elsősorban két dologra van szükségünk, a fényképekre és a telikonténerre. Juttassa vissza hozzánk a fényképezőgépünket, de nem üres filmmel, és a kerámia konténerünket, de az se üresen, hanem tele, s akkor többé nem lesz rá szüksége, hogy a zónába járjon. Redrick megmozgatta a vállát, lelökte onnan krákogó kezét, kinyitotta az ajtót és távozott. Vissza sem fordulva lépdelt a puha szőnyegen, s egyre ott érezte a tarkóján a világos kék szempár angyali, merev tekintetét. Nem várta meg a liftet, gyalog ment le a hetedik emeletről. Miután kilépett a metropolból, taxit átutazott a város másik végébe ismeretlen, újon sofőrre akadt, egy nagy orrú, pattanásos képű suhancra. Azok egyikére, akik az utóbbi esztendőben csőstül özönlöttek marmondba hajmeresztő kalandokat, hihetetlen gazdagságot, világhírcs valamiféle sajátos vallás szerezni csőstül jöttek, és végül taxisofőrök, pincérek, építőmunkások vagy kidobó fiúk lettek sóvárgók, akiket homályos vágyak kínoztak, akik a világon mindennel elégedetlenek voltak. Borzasztóan kiábrándultak, s meg voltak róla győződve, hogy itt is becsapták őket. Körülbelül 50 százalékuk egy-két hónapi tengéslengés után átkozódva hazatért, s a világ minden országába elvitte a csalódás hírét. Csak elenyészően kevesen lettek stalkerré, s gyorsan el is pusztultak, még mielőtt bármit is megérthettek volna. Egyeseknek sikerült felvételt nyerniük az intézetbe, a legértelmesebbek és legműveltebbek preparátori állást szereztek. A többiek pedig hét számra a kocsmákban üldögélték végig az estéiket s ha nem egyeztek a nézeteik, verekedtek a lányok miatt, vagy csak úgy, részek fővel, s időről időre petíciókat, felvonulást, tiltakozó megmozdulást, tüntetéseket szerveztek ülő, álló, sőt még fekvő tüntetést is, és teljesen kikészítették a városi rendőrséget, a katonai parancsnokságot és az őslakókat, azonban minél tovább maradtak, annál inkább belenyugodtak sorsukba, megbékéltek s egyre kevésbé érdekelte őket, miért is vannak itt. A pattanásos képű sofőrből dőlt a fotkaszag, a szeme vörösen csillogott, akár egy házi nyúlé, s borzasztóan izgatott volt. Azon nyomban mesélni kezdte Redricknek, hogyan jelent meg ma reggel az utcájukban egy halott a temetőből. Beállított tehát a házába, pedig az épület már néhány éve be van deszkázva, Mindenki elköltözött onnan özvegye, öreg anyja, a lánya a férjéves az unokái. Ő, ahogy a szomszédok beszélik, harminc éve halt meg, még a látogatás előtt, most pedig szép dolog. Egyszer csak megjelenik. Járkált egy darabig a ház körül, kaparta az ajtót. Áj, szakította félbe Redrick. Itt állj meg. Végig tapogatta a zsebét. Aprója nem volt, fel kellett váltania egy új bankjegyet. Egy darabig állt a kapunál, várta, amíg a taxi elhajt. Dökkesejű villája helyre kis épület volt, egyemeletes, nagyablakos szárnyépülettel, amelyben biliárdszoba volt, gondozott kis kerttel, üvegházzal, fehér lugassal az almafák között. Skörben pedig csipkés, világos zöld olajfestékkel bemázolt vasrács. Redrick néhányszor megnyomta a csengő gombját, a kertajtó halk csikorgással kinyílt, s ő ráérősen elindult a homokos kerti úton, amelyet rózsatövek szegélyeztek, a villateraszán pedig már ott állt összegörnyedve ürge, a sötét, bíbor színű ürge, s egész testében játékosan remegett. Annyira szeretett volna a kedvében járni. Türelmetlenségében oldalt fordult s leeresztette a lépcsőről egyik remegőn támasz kereső lábát, Biztos pontot találva az alsó lépcsőfokra húzta másik lábát is, s közben Redrick felé rászta egészséges kezét. Mindjárt, úgymond, mindjárt. Hé, oa! Hívta a kertből egy női hang. Redrick megfordította a fejét, s a zöld lombok között, a lugas csipkézet fehér teteje mellett mezítelen kerek vállat, eleven piros ajkacs integető kezet pillantott meg. Biccentett űrge felé, Letért az útról s a rózsabokrokon s a puha zöld pázsiton átgázolva a lugas felé indult. A kis lugasban egy hatalmas vörös gyékény szőnyeg volt leterítve, s pohárral a kezében ott hevert Gina Barbridge, egy szinte észrevehetetlen bikiniben, mellette tarka borítójú könyv hevert, s ugyanitt, a bokrok alatt, az árnyékban csillogó jeges vödör állt egy üveg keskeny, hosszú nyaka ágaskodott ki belőle. Hall, oka! köszöntötte Gina Barbridge, spoharat tartó kezével üdvözlő mozdulatot tett. Hát a pus hol van? Csak nem került már megint hurokra? Redrick lépett, aktatáskát tartó kezét a háta mögé dugta, megállt felülről a lányra pillantott. Hát igen, dökkesejű remek gyerekeket imádkozott ki magának a zónában. Gina sejmes bőrű, telt idomú, tökéletes testű teremtés volt, Egyetlen fölösleges ránc nélkül. Másfél száz font. Húsz esztendős. Gusztusos test ráadásul izzós maragd szempárral. Duzzadt ajakkal. Szabályos fehér fogsorral. Holló fekete hajjal. S a napsugár szabadon járt kelt rajta. Válláról a hasáras a csípőjére. S ott hagyta árnyékát majdnem csupasz mellei között. A férfi a lány fölött állt és nyíltan bámulta őt. Aki felnézett rás megértőn kuncogott, majd ajkához emelte a poharacs néhányat kortyolt belőle. Kén, mi? Kérdezte, megnyolta ajkács pontosan addig várt, amíg a kérdés kétértelműsége eljutott a férfi tudatáig, majd felé nyújtotta a poharat. Redrick elfordult, tekintetével valamit keresett, majd az árnyékban egy nyugágyra lelve leült, s kinyújtotta a lábát. Barbritge kórházban van, mondta. Levágják a lábát. A lány még mindig mosolyogva, fél szemmel a férfit nézte, a másik szemét eltakarta, hogy az arcába hulló dús hajfürt, s mosolya mozdulatlan nádermett, kocka kukorvicsorítása a nabbarnított arcon. Majd gépiesen meghimbálta a poharat, mintha a jégdarabok csörgését fülelné, s megkérdezte. Mindkettőt? kettőt? Minké. Lehet, hogy térdig, de az is lehet, hogy feljebb. Gina letette a poharat, elhúzta a haját az arcáról. Már nem mosolygott. Kár jelentette ki. Te pedig. Éppen neki, Gina Barbridgenek mondhatta volna el részletesen, hogyan történt ez az egész valójában. Bizonyára még azt is elmesélhette volna, hogyan tért vissza a kocsihoz, kezében ütésre készen tartva bokszerét, s hogyan kérlelte őt Barbridgen nem magáért, hanem gyermekeiért, érte és artieért, s az aranygömböt ígérgette neki. De nem kezdett mesélni. Némán a belső zsebébe nyúlt, kihúzott egy kötek bankjegyet, s a vörös gyékényre hajította, egyenest gina hosszú, mesztelen lába elé. A bankók szivárványos legyezőként hultak szerteszét, Gina szórakozottan felvett belőlük néhányat s nézegetni kezdte, mintha életében először látna ilyet, de nem mutatott különösebb érdeklődést. Tehát ez az utolsó fizetés jegyezte meg. Redrick előredőlt a nyugágyon, a vödörik hajolt, kivette belőle az üveget s a címkére pillantott. A sötét üvegen vízcseppek csordogáltak lefelé, s Redrick oldalt tartotta az üveget, hogy ne csöpögtesse le a nadrágját. Nem kedvelte a drága viskáit, most azonban elbírta volna ezt is. Már éppen készülődött, hogy egyenest az üveget húzza meg, azonban a háta mögül felhangzó érthetetlen, tiltakozó hangok megállították. Megfordult és meglátta, hogy a lugason keresztül, görbelábát kinkeservesen egymás elé rakosgatva ürgevágtat teljes erőből, egy áttetsző folyadékkal teli hosszú poharat tartva két kézzel maga előtt. Az igyekezettől csak úgy csorgott az izzadság sötétvörös ábrázatán, vérben forgó szeme majd kiugrott gödréből, s látván, hogy redrickőt nézi, szinte kétségbeesetten nyújtotta a poharács nem is bőgött, inkább nyűszített, fogatlan száját erőtlenül szélesre tárva. Megvárlak, megvárlak, nyugtatta meg Redrick, s az üveget visszadugta a jég közé. Ürge végül odabotorkált, odaadta a poharat Redricknek, s rákollószerű kezével félénk családiassággal megveregette a férfi vállát. Köszönöm, Dixon dicsérte meg komolyan Redrick. Éppen ez az, amire most szükségem volt. Dixon, mint mindig, megint a helyzet magaslatán voltál. S amíg ürge zavarodott lelkesedésében a fejét ráztas egészséges kezével görcsösen csapkodta csípőjét, Redrik diadalittasan magasba emelte a poharat, s egy hajtásra kiitta a felét, majd ginára pillantott. Kén, mi? Kérdezte, s a pohárra mutatott. A lány nem felelt. Félbehajtotta a bankjegyeket, majd ismét félbe. Hagyd el, szólt rá a férfi. Nem haltok éhen. Az apusodnak. A lány félbeszakította, tehát te cipelted ki őt, mondta. Nem kérdezte a férfit, hanem megállapította. Cipelted te ostoba, át az egész zónán a hátadon. Nyámnyila alak, ilyen alkalmat elszalasztani. Redrick a lányt nézte a pohárról is megfeledkezett. Gina felállt a szédobált bankjegyeken végig taposva odalépett hozzá, megállt előtte. Ökölbe szorított kezét csípőjére tettes kölni, és édes izzadságszagot árasztó testével az egész világot eltakarta előle. Hát így csavart titeket, ostobákat az ujja körül, a csontjaitokon, belül üres koponyáitokon át. Várj csak, fog még a mankójával járni a koponyáitokon, még megmutatja nektek, mi is az a felebaráti szeretet és könyörület. A lány már szinte kiabált. Még az aranygömböt is neked ígérte, igen. Térképet. Csapdát. Igen. kó. A szeplős képeden látom, hogy megígérte. Várj csak, majd kapsz tőle térképet. Uramisten, nyugtasd meg az ostobaróka Redrick sucshart bolond lelkét. Redrick erre kényelmesen felállt, s lendületből egy kiadós nyakleves sózott le neki, úgy, hogy a lánya mondat közepén elhallgatott, s mint egy kidöntött fa fűre zuhant, és arcát tenyerébe rejtette. Oka. Róka dünnyögte értetlenül. Ilyen alkalmat elszalasztani, ilyen alkalmat. Redrick felülről nézett a lányra, felhajtotta az italt, s meg sem fordulva a poharat odalökte ürgének. Többé nem volt mit mondania. Nagyszerű gyerekeket kunyarált ki kesejű barbridge magának a zónától. Szerető és tisztelettudó gyermekeket. Kilépett az utcára, Fogott egy taxicsa, így bors, éhoz hajtatott. Be kellett fejeznie ezeket a dolgokat, elviselhetetlen álmosság szállta meg, minden úszott a szem előtt, s így aludt el, egész testével a táskára dőlt, s csupán akkor ébredt fel, amikor a sofőr megrázta a vállát. Megérkeztünk, mister! Hol is vagyunk? Szólalt meg, álmosan nézelődve. Hiszen azt mondtam, hajtsa bankhoz. Egyáltalán nem, Mr. vigyorgott a sofőr. A Bors F. bakérte. Tessék, itt vagyunk a Bors a -nál. Rendben hagyta rá Redrick. Álmodtam valamit. Fizetett, kiszállt, erőlködve mozgatta elzsibbat lábát. A napsugaraitól az aszfalt már izzásba jött, nagy volt a hőség. Redrick érezte, hogy az izzadságtól teljesen átázott, a szájában undorító ízt érzett, szeme könnyezett. Mielőtt belépett volna, körülnézett. Az utca a egy borzs íj előtt, mint ilyenkor rendszerint, most is kihalt volt. A szemben levő intézmények még nem nyitottak ki, s volt a kép egy borzs is zárva volt. Örniszt azonban már a helyén állt, a poharakat törölgettes komoran bámult a pult mögül három gyanús külsejű alakot, akik a sarokasztalnál sört iszogattak. A többi asztalról még nem vették le a felfordított székeket, egy fehér zakós ismeretlen néger a padlót mosta, s még egy néger görnyedezett örniszt mögött a sörös ládákkal. Redricka pulthoz lépett, rárejezte aktatáskájács köszönt. Örniszt valami korán sem hízelgő dünnyögött válaszul. Adj egy sört, mondta Redrick, s görcsösen ásított. Örniszt a pultra csapott egy üres korsót, a hűtőgépből kikapott egy üveget, Kinyitottas a korsó felé döntötte. Redrick száját tenyerével elfedve a tulaj kezére merett. Örniszt keze remegett. Az üveg szája néhányszor hozzákodszant a korsó széléhez. Redrick Örniszt arcába pillantott. Örniszt súlyos szemhéját leeresztette, apró száját elhúzta, kövér arca megnyúlt. A néger közvetlenül Redrick lába alatt matatott a fölmosó ronggyal, a gyanús külsejű alakok hevesen és dühötten vitatkoztak a futamokról, a ládákat emelgető fekete férfi úgy meglökte az ülepével Ernestet, hogy az megingott. A néger kénytelen volt bocsánatot dünnyögni, Örniszt folytott hangon megkérdezte. Elhoztad. Mit? Redrick hátra pillantott. Az egyik alaklustán felállt az asztaltól, a kiárathoz indult, s cigarettára gyújtva megállt az ajtóban. Menjünk, beszéljük meg, ajánlotta Örniszt. A kezében rongyot forgató néger is már Redrick és az ajtó között állt. Behemót alak, akár suvix, csak kétszer te szélesebb. Menjünk, értett egyet vele Redrick, s fogta az aktatáskáját. Már egyik szemében sem érzett támosságot. A pult mögé lépett, s átpréselte magát a sörös rekeszekkel bíbelődő néger mellett. A néger bizonyára oda az ujját, mert körmét nyalogatva barátságtalanul szemlélte Redricket. Ez is kemény kötésű fickó volt, betört orrú, szétlapított fülű. Örniszt átment a hátsó szobába, s Redric követte, most már mind a három alak a kiáratnál állt, a felmosórongyos néger pedig a raktárba vezető tolóajtó elé került. A hátsó szobában Örniszt oldalt lépett s görnyetten leült egy fal melletti székre, az asztal mögül pedig előlépett Kvoderblat százados, sárgán és bánatosan, s valahonnan bal felől előnyomakodott egy enszrendőr, rohamszisakját szemébe nyomta, gyorsan megragadta Redricket s hatalmas tenyerét végighúzta zsebein. Jobboldali zsebénél habozott egy ideig, kivette belőle a boxercs könnyedén a százados elé penderítette Redricket. Redrick az asztalhoz lépett, Skvoderblad százados elé állította aktatáskáját. Te szemét vetette oda Ernestnek. Örniszt levertem felhúzta a szemöldökét és vállat vont. Minden világos volt. Az ajtóban már kuncogva ott állt a két néger, több ajtó nem volt, az ablak zárva volt s kívülről biztos rács vette. Voderblatt százados undorral elfintorította arcát, mindkét kezével az aktatáskában kotorászott s az asztalra rakott két kis korongot, kilenc elemet, tizenhat különböző méretű fekete csöppet polietilén zacskóban, két első osztályú szivacsot s egy üveg szénsavas agyagot. Van még valami a zsebében? Kérdezte halkan kvoderblat százados. Egé? Rohadtak vetette oda redrick. Eni? Belenyúlt a belső zsebébe s az asztalra hajított egy kötek bankjegyet. A pénz szerteszét repült. Ó! Kiáltott fel Kvoderblad százados. Van még! V. Üvöltött fel Redrick, előkapva a zsebéből a második csomagot s nagy lendülettel a lába elé hajította. Zabáljátok meg! Fulladjatok bele! Nagyon érdekes, jegyezte meg nyugodtan Kvoderblat százados. Most pedig szedd össze szépen. Isten megbüntet. Mondta Redricks kezét a háta mögé dugta. A pribékjeid összeszedik. Te magad szeded össze. Szedd össze a pénzt, Stoke mondta Kvoderblat százados nyugodtan, s öklével az asztalra támaszkodva egész testében előrehajolt. Néhány másodpercig némán egymás szemébe meredtek, majd Redrick szitkokat dünnyögve érdelt, s kelletlenül szedegetni kezdte a bankjegyeket. A négerek vihogni kezdtek a háta mögött, a kék sisakos pedig elégedetten röhögött. Ne röhögi, e! Szólt rá Redrick. Kifolyik a takony az orrodból. Már térden csúszott, egyenként szedegette a papír darabokat, s egyre közelebb került egy sötét részkarikához, mely békésen megbújt a padló mocsokkal teleragadt mélyedésében, s úgy fordult, hogy minél kényelmesebben hozzáférhessen. Egyre mocskos szitkokat kiabált, mindent, ami csak eszébe jutott, s amit még ki tudott találni. Amikor viszont eljött a pillanat, elhallgatott megfeszítette izmait, megragadta a gyűrűt, s teljes erőből felfelé rántotta. A lejárat felpattanó teteje még alig csapódott a padlóhoz, de ő már fejjel lefelé a lyukba vetette magát, kezét maga elé nyújtotta, bele a boros pince nyírkos, hűvös sötétjébe. A kezére zuhant, átbukfencezett a fején, felpattant, s meghajolva, anélkül, hogy meglátott volna valamit, Csupán az emlékezetében s szerencséjében bízva, rohanni kezdett a ládaoszlopok közötti szűk átjáróban, futás közben feldöntötte és hátralögdöste az oszlopokat, hogy csörömpölve és dübörögve belezuhantak az átjáróba. Csúszkálva felfutott a láthatatlan lépcsőfokokon. Egész testével nekidőlve kilökte a bádok borítású ajtót, s Örnis garázsában találta magát. Egész testében remegett, nagyokat fújtatott, vérszínű foltok úztak a szeme előtt, Szíve nehéz, beteges remegéssel közvetlenül a torka alatt kalimpált, de nem állt meg egy másodpercre sem. Tüstént a pince távolabbi sarkába vetette magát, s kezét összekarmolva nekilátott, látott, hogy szétszórjon egy halom ócskaságot, amely alatt néhány deszkát kitörtek a garázs falából. Majd a hasára fekücs átkúszott a nyíláson, hallotta, hogy valami recsegve szakadt zakójában, s már az udvarban, amely keskeny volt, akár egy kút, a szemetes konténerek között lehúzta az akóját, letéptes elhajította nyakkendőjét, gyorsan végigmérte magát, lerázta nadrágját, kiegyenesedett, s az udvaron átfutva belevetette magát egy keskeny, bűzlő alagútba, amely a teljesen hasonló szomszédos udvarba vezetett. Futás közben hallgatózott, de még nem hallotta az őrjárat szirénáinak üvöltését, s még gyorsabban kezdett futni, kergetve az amúgy is szerteszét ugráló gyerekhadat, a felakasztott száradó fehér nemű alábukott. Rothadó kerítések réseim bújt áts, igyekezett minél előbb kijutni ebből a negyedből, mielőtt Kvoderblatt százados kordont vonhatna köré. Ismerte ezeket a helyeket. Ezekben az udvarokban, pincékben, elhagyott mosodákban, szénraktárakban játszott kisgyerek korában. Mindenütt voltak ismerősei, sőt barátai. S ezért máskor semmi gondot nem okozott volna neki itt elrejtőzni, s legalább egy hetet békében meghúzni magát. Azonban nem ezért hajtotta végre gyavakmerőszökést a letartóztatásból, amellyel egy csapásra 12 hónap plusz börtönbüntetést harcolt ki magának. Óriási szerencséje volt. A hetedik utcán valamilyen ligatartotta esedékes felvonulását, vagy 200 ember hömpölájgött s mind épp olyan sokat szenvedett és ápolatlan volt, mint ő maga, sőt, még rosszabb, mintha minnyájan éppen most törtek volna át a kerítés részein. Feldöntve az útjukban álló szeméttárolókat s ráadásul előzőleg még viharos éjszakát töltöttek volna egy szenes pincében. Kibukott a kapuai alól s futtában belevetette magát ebbe a tömegbe, s Rézsút, Lögdösödve és lábakra taposva nyakleveseket gyűjtve és viszonozva áttört az utca túloldalára s ismét eltűnt egy kapuajban. Éppen abban a pillanatban, mikor felharsant a járőrgépkocsi ismerős és visszataszító szirénája, s a menet harmonika mód összehúzódva megállt. Most azonban már egy másik háztömbben volt, s kvoderblad százados nem tudhatta, hogy melyikben. A rádióáruk raktára felől ment a garázsához, s egy ideig várnia kellett, amíg a munkások egy furgon teleraktak hatalmas tévés kartondobozokkal. A szomszéd épület tűzfala előtt húzta meg magát, egy fonnyat orgonabokor ágai között, egy kicsit kifújta magát és rágyújtott leguggolt s mohón szívta cigarettáját, hátával a tűzfal kemény vakolatának dőlt, s hogy elfolytsa ideges remegését, egyre az arcához nyomta tenyerét, töprengett, szünet nélkül töprengett, amikor pedig a furgona munkásokkal tülkölve kigördült a kapuajból, elnevette magát, s halkan így szólt utána, köszönet fiúk, hogy feltartottatok engem, az ostobát, lehetővé tettétek, hogy gondolkozzam. Ettől kezdve gyorsan ugyan, de nem kapkodva, ügyesen és átgondoltan cselekedett, mintha a zónában dolgozna. A titkos résen átjutott be a garázsába, zajtalanul eltette a régi gépkocsi ülést, kezét a kosárba dugta, a zsákból óvatosan elővette a csomagot, s az ingébe rejtette. Majd levette a szögről régi, kopott bőrkabátját, a sarokban rátalált maszatos ellenző sapkájára, s azt mindkét kezével mélyen a homlokába húzta. A kapurésén át a garázs betörtek a napkeskeny fénycsíkjai, melyek tele voltak csillogó porszemekkel. Az udvaron vidáman és elevenen visított a gyerekhad, s amikor már készült, hogy távozzon, hirtelen felismerte lánya hangját. Ekkor a legszélesebb réshez tapadt, s egy ideig bámulta, ahogy majmocska két léggömbbel hadonászva futkosott az új hinta körül. A három szomszéd öregasszony pedig, Kötését a térdére ejtvetüstén szemrehányón a lányára pillantott, s ellenségesen beharapták ajkukat. Egymást licitálva ócsárolják őt a véncsoroszják. A gyerekek pedig rájuk sem hederítve, úgy játszanak majmocskával, mintha semmi különös nem lenne. Nem hiába igyekezett, ahogy csak tudott, elnyerni a kegyeiket, fából csúzdát készített nekik, babaházat és hintát, s ezt a kispadot is, amelyen a véncsoroszják üldögélnek, ő ácsolta. Rendben, mondta, csak ajkát mozgatva, elkapta tekintetét a réstől, még egyszer körbe pillantott a garázson, s bebújt a nyílásba. A város délnyugati peremén, az elhagyott benzinkút mellett, a bányász utca végén állt egy telefonfülke. Csak az Isten tudja, ki körös körül beszögezett ablakú házak álltak, dél felé, távolabb pedig az egykori városi szemétlerakó áttekinthetetlen pusztasága húzódott. Redrick egyenest a földre telepedett a fülke árnyékában, s kezét a fülke alatti résbe dugta. Poros, olajos papírdarabot s a papírba csomagolt pisztolymarkolatát tapogatta ki. A cinkezett lőszeres doboz, a egykarkötőkkel, karkötőkkel zsák, a régi levéltárca a hamis igazolványokkal a helyén volt, a rejtek körül mindent rendben talált. Ekkor levette bőrkabátját és ellenző sapkáját s benyúlt az ingébe. Egy percig még némán ült, Stenyerén méregette a megmásíthatatlan és legyőzhetetlen halállal megtöltött kerámia patront. Sekkor érezte, hogy arca megint reszket és remeg. Sucharth dünnyögte, de saját hangját sem hallotta. Mi csinálsz, te szemét? Ezzel a holmival mindannyiunkat elintéznek. Újjaival lefogta remegő arcát, de ez sem segített. Átkozottak állapította meg a televíziókat rakodó munkásokról. A legrosszabbkor kerültek az utamba. Vissza kellene menni a zónába, és eltüntetni minden nyomot. Bánatosan körülnézett. A repedezett aszfalt felett forró levegő rebegett, komoran néztek rá a bedeszkázott ablakok, a pusztaságon por kavaró forgószélkó szállt. Egyedül volt. Jól van, jelentette ki szárazon. Mindenki önmagáért, csak az Isten mindenkiért. Ennek a századnak ez elég. Sietve, nehogy ismét meggondolja magát, a patron beledugta sapkájába, sapkáját pedig belecsavarta bőrkabátjába, majd letérdelt, s neki feszülve kissé oldal döntötte a fülkét. A vastag csomag kis gödör mélyébe simult, s még sok szabad hely maradt mellette. Óvatosan visszaengedte a fülkét, két kézzel megmozgatta, s tenyerét megrázva felállt. És kész, mondta. Senyöbb. Bemászott a füllett és felizzott fülkébe, bedobott egy pénzdarabot és tárcsázott. Guta mondta. Kérlek, ne izgulj. Ismét lebuktam. Hallotta, ahogy az asszony görcsösen sóhajtott, sietve folytatta. Ugyan, semmiség az egész, hat-nyolc hónap, és lehet látogatni. Kibírjuk. Nem maradsz pénz nélkül, majd küldök. Guta még mindig hallgatott. Holnap behívatnak a parancsnokságra, ott találkozunk. Hozd el majmocskát is. Házkutatás nem lesz. Kérdezte az asszony tompa hangon. Nyugodtan lehet. Otthon minden tiszta. Semmi vész, ne lógasd az orrod. Stalkerhez mentél feleségül, ne panaszkodj. Na, a holnapi viszontlátásig. Ne felejtsd, én nem hívtalak. Óg. Keményen a helyére akasztotta a kagylócs néhány másodpercig állt. Erejét megfeszítve hunyorgott, s úgy összeszorította a fogait, hogy a füle is csengett belé. Majd ismét bedobott egy pénzdarabot, s egy másik számot tárcsázott. Hallgatom, szólalt meg krákogó. Sucharth beszél, mondta Redrick. Hallgasson figyelmesen, és ne szakítson félbe. Oh. Óhar, har csodálkozott roppant természetesen krákogó. Miféle sut hart? Mondom, hogy ne szakítson félbe. Lebuktam, megszöktem s most megyek, hogy feladjam magam. Két és fél, vagy három évet sóznak rám. A feleségem pénz nélkül marad. Maga gondoskodni fog róla. Hogy semmi benne szenvedjen hiányt, megértette? Megértette, kérdem nem messze attól a helytől, ahol először találkoztunk, van egy telefonfülke. Egy van csak ott, nem tévesztheti el. A kerámia tartája fülke alatt van. Ha akarja, vigye el, ha nem, nem, de a feleségem semmiben nem szenvedhet szükséget. Nekünk még dolgoznunk kell együtt, sokat kell dolgoznunk. De ha visszajövök, s megtudom, hogy piszkos játékot űzött velem. Nem ajánlom, hogy ezt tegye. Világos. Megértette? Mindent megértettem, feleltek rákogó. Em. Majd rövid habozás után megkérdezte. Kíván ügyvédet? Nem vágta el Redrick. Az összes pénzt az utolsó fillérig adják a feleségemnek. Üdvöm! Felakasztotta a kagylót, körülnézett, kezét mélyen nadrágja zsebébe dugta, s kimért léptekkel elindult, felfelé a bányász utcán, a kihalt, bedeszkázott házak között. Harmadik Richard H. Nunen, 51 éves, a Földön kívüli civilizációk nemzetközi kutatóintézete Marmonti részlegénél az elektronikus berendezések beszerzési képviselője. Richard H. Nunen az asztalánál ült a dolgozó szobájában s egy nagy, üzleti feljegyzésekre szolgáló tömbe apró belzebubokat firkált. Közben együttérzőn mosolygott, bólogatott, de nem figyelt a vendégére. Egy telefonhívást várt, látogatója, D.R. Pilman pedig lustán dorgálta. Vagy inkább azt képzelte, hogy dorgálja. Vagy inkább arra próbálta kényszeríteni magát, hogy azt higgye, dorgálja. Valentin, mindezt figyelembe fogjuk venni, szólalt meg végül Núnen, miután a kerekszám kedvéért rajzolt, még egy tizedik belzebubocs becsapta a tömböt valóban hallatlan. Valentin kinyújtotta vékony kezét, gondosan a hamutartóba szórta a hamut. Egy szóval mi az, amit figyelembe vesznek? Érdeklődött udvariasan. Mindazt, amit mondott, felelte vidáman, Núnöns hátradőlt a karosségben. Az utolsó betűig. És mit mondtam én? Az nem lényeges, vágta rá Núnön. Akármit mond, mi figyelembe vesszük. Valentin, D.R. Valentin Pilma Nobel-díjas és a többi egy mély karosségben ült előtte. Alacsony termetű, elegáns, gondosan öltözött férfi volt, velúrzakóját nem csúfította egyetlen folt sem, feszes nadrágján nem volt egyetlen ránc sem, inge vakító fehéren világított, szigorú, egyszínű nyakkendő díszítette, cipője ragyogott, keskeny, sápadt ajkán kaján mosolyült, hatalmas, fekete szemüvege elrejtette szemét. Haja kemény sündisznósörteként ágaskodott széles és lapos homloka felett. Szerintem magának minden oké nélkül adják azt a fantasztikus fizetést, mondta. Es ez nem elég, maga szerintem még szabotális, Dick. Éjeszes zéjei. Szólt rá Núnen suttogva. Az Isten szerelmére, ne ilyen hangosan. Való igaz, folytatta Valentin meglehetősen régóta figyelem magát. Szerintem maga egyáltalán nem dolgozik. Egy tege. Szakította őt félbe, Núnöns megrázta vastag, rózsaszín ujját. Hogy mondhatja, hogy nem dolgozom? Hát volt egyetlen reklamáció, amelynek ne lett volna következménye. Nem tudom, jelentette ki Valentin, s ismét lerázta a hamut. Hol jó, hol rossz felszerelés érkezik. A jó gyakoribb, de hogy mi szükség ehhez magára, nem tudom. Márpedig, ha én nem lennék tiltakozott Noonen, a jó még ritkább vendég lenne. Azon kívül a tudósok állandóan elrontják a berendezéseket, s aztán reklamálnak, és kifedezi magukat olyankor. Éldő! Megcsendült a telefon, s Noonen, Valentinről tüstént megfeledkezve, felkapta a kagylót. Mr. Noonen kérdezte a titkárnő. Ismét Lemzhen úr. Kapcsolja. Valentin felemelkedett, kialudt cigarettáját a hamutartóba tettes, két ujját búcsúzásként homlokához emelve egyenes tartással távozott. Mr. Nunan. Hallatszott a kagylóban az ismerős, vontatott hang. Hallom. Mr. Nunan nem könnyű magát elérni a munkahelyén. Új emberek érkeztek. Igen, már tudom. Mr. Noonan, rövid időre jöttem csak ide, van néhány kérdésem, amelyeket személyesen beszélhetünk csak meg. Gondolok itt a Mitsubishi Densi legutóbbi egyezményeire. A jogi oldalra. Állok rendelkezésére. Akkor, ha nincs ellenére, vagy 30 perc múlva találkozzunk kirendeltségünk irodájában. Önnek megfelel? Tökéleten. Harminc perc múlva Richard núön letette a kagylót, felállt, spuffat kezét dörzsölve járkálni kezdett a dolgozószobában. Közben egy divatos láger dudorászott, de hamarosan falsot fogott skedélyesen nevetett tulajdon ügyetlenségén. Majd fogta a kalapját, karjára vette esőkabátját, és kiment a fogadószobába. Kedveském, mondta a titkárnőnek, rohanok a klienseimhez vegye át a helyőrség irányítását, tartsa, ahogy mondják, az erődöt, én pedig majd hozok magának csokoládét. A titkárnő kivirult. Núnön csókot dobott felé, s nekiindult az intézet folyosóinak. Néhányszor megkísérelték a kabátjánál fogva elkapni, de kitért, tréfával ütötte el a dolgot, kérte, hogy távollétében is tartsák az állásokat, vigyázzanak a májukra, ne erőltessék meg magukat, s végül, Miután senki nem tudta elkapni, belépési engedélyét szokás szerint Csukva meglóbálta az ügyeletes előtt és kiviharzott az épületből. Alacsonyan úztak a felhők a város fölött, a levegő párás volt, az első bizonytalan cseppek fekete csillagként csöppentek az aszfaltra. Núnen, esőköpenyét fejére és vállára vetve a kocsik sora előtt Pezsófához ügetett, belevetette magát, a ballonkabátot lekapta fejéről és a hátsó ülésre hajította. Zakója nagy zsebéből előhúzott egy kerek fekete rudacskát, az eizét, beledugta az akkumulátor kivezetésébe s nagy ujjával ütközésig tolta, majd ülepét mozgatva kényelmesen elhelyezkedett a kormány mögött, s rálépett a pedára. A Peugeot némán kigurult az utca közepére, s a zóna határsávjának kiáratához robogott. Az eső egy szempillantás alatt váratlanul erett el, mintha az égen felborítottak volna egy dézsát. Az úttest síkos lett, az autó megcsúszott a kanyarokban. Nunön bekapcsolta az ablaktörlőt, slassított. Tehát megkapták a jelentést, gondolta. Most majd dicsérni fognak. Nos, én nem ellenkezem. Szeretem, ha dicsérnek. Különösen, ha maga Lemchen úr dicsér. Különös, miért szeretjük, ha dicsérnek. Ettől nem lesz több pénzünk. Dicsőség! Miféle dicsőségről lehet szó a mi esetünkben? Híres ember lett, most már hárman ismerik. No, tegyük fel, négyen, ha beillist is beleszámítjuk. Mulatságos teremtmény az ember. Tehát a dicséretet önmagáért kedveljük. Akár a gyerekek a fagylaltot. Kisebbségi komplexus, erről van szó. A dicséret csökkenti a komplexusainkat. S ez nagyon-nagyon ostoba dolog. Hogyan nőhetek meg saját szememben? Mi az, talán nem ismerem önmagamat? Az öreg, kövér Richard H. Nonant. Mellesleg, mi ez a H? Na tessék, kellett ez neked? S nincs kitől megkérdezned. Hiszen Lemchen úrtól nem fogod megkérdezni. Á, ah, eszembe jutott. Her. Richard Herbert Nön. Úristen, hogy zuhog az eső, kifordult a központi sugárútra s arra gondolt, éh, hogy megnőtt a mi kis városunk az elmúlt esztendőkben. Micsoda hatalmas felhőkarcolókat emeltek. Tessék, még egyet építenek. Ez meg mi lesz? Á, ah, a Luna Klubű a világ legjobb gyeszegyüttesei és nyilvános háza, Mindez a mi dicső helyőrségünknek, s a mi bátor turistáinknak, különösen az idősebbeknek, s a tudomány nemes vitézeinek. A külvárosok pedig kihaltak. Nincs már hová visszatérni a sírból felkelt halottaknak. A sírból felkelt halottak előtt zárva a hazavezető út, ezért is bánatosak és haragosak jelentette ki hangosan. Igen, szeretném megtudni, hogyan végződik ez az egész. Mellesleg, tíz évvel ezelőtt biztos voltam benne, hogy pontosan tudom, hogyan fog végződni ez az egész. Áthatolhatatlan kordon. 50 kilométer széles, senki földje övezett. Tudósok és katonák, senki más. Bolygóm testén elszigetelték a szörnyű fekét. Nézze meg az ember, mintha mindenki úgy vélekedett volna, mint én. Micsoda beszédeket mondtak, milyen törvényjavaslatokat terjesztettek be most pedig már nem is emlékszel rá, hogyan lett hirtelen kocsonyásan képlékennyi ez az általános, acélos elszántság. Egyrészt nem lehet nem elismerni, másrészt be kell látni. Ez pedig, azt hiszem, akkor kezdődött, amikor kihozták a zónából az első izéket. Ej! Igen, azt hiszem, ezzel kezdődött. Különösen, amikor kiderítették, hogy szaporodnak. A fekéről pedig kiderült, hogy nem is fekély, hanem inkább kincses bánya. Most pedig már senki nem tudja, mi ez fekély, kincses bánya, a sátán kísértése, pandora szelencéje, belzebub. Apránként felhasználják. Húsz éve szöszmötölnek vele, milliárdokat pocsékoltak el, a zóna szervezet kirablását azonban mindez ideig képtelenek voltak megszervezni. Mindenki csinálja a maga kis üzletét, a tudós koponyák pedig fontoskodó képpel adják tudtunkra. Egyrészt nem lehet nem elismernünk, másrészt lehetetlen egyet nem értenünk, mivel egy bizonyos objektum, amelyet 18 fokos szögben röntgensugarakkal sugároztak be, 22 fokos szögben bocsát ki kvázi elektronokat. Az ördögbe. Úgy sem érem meg a legvégét. Az autó elhajtott, kesejű barbridge villája mellett. A zápor következtében minden ablakában égett a villany, Látszott, ahogy az emeleti ablakokban, gina szobáiban táncoló párok mozognak. Vagy korán kezdték, vagy még sehogy sem tudják befejezni tegnapról. Különös divat szállta meg a várost napokon keresztül mulatnak. Kemény fiatalokat neveltünk, szándékaikban kitartóak smakacsok. Núnön megállította autóját egy jelentéktelen épület előtt, melyen alig észrevehető tábla függött. Ékort, és Simak ügyvédi irodája. Kivette a helyéről, zsebébe rejtette az éjzét, és ismét fejére húzta ballonkabátját. Felkapta kalapját, hanyat homlok berohant a kapuajba. Elrohant az új merülő portás mellett. Föl a kopott szőnyek borította lépcsőn. Cipőjének sarka már a sötét emeleti folyosón kopogott, melyet valamiféle sajátos szagítatott át, s amelynek származását régóta hasztalan igyekezett megfejteni, kivágta az ajtót a folyosó végén és belépett a fogadószobába. A titkárnő helyén egy ismeretlen, barnára sült fiatalember ült. Zakó nem volt rajta, ingének ujját feltörte. Az írógép helyére állított bonyolult elektronikus szerkezet belsejében kotorászott. Richard Noonan a ballonkabátját és a kalapját felakasztotta egy szögre, mindkét kezével elsimított a gyérhaját a füle mögött, s kérdőn a fiatalemberre pillantott. A fiatalember biccentett. Núnön erre kinyitotta a dolgozószoba ajtaját. Lemchen úr nehézkesen felemelkedett a lefüggönyözött ablaknál álló nagy bőrfotelbős elébe ment. Szögletes arcán ráncok gyűltek össze, üdvözlő mosolyra futottak, sajnálkozást fejeztek ki a kellemetlen időjárás miatt, vagy talán nehezen leküzdhető ingert, hogy el ne tűszentse magát. Lám, megjött, kezdte vontatottan. Lépjen be, foglaljon helyet! Nún tekintetével kereste, hová ülhetne, azonban egy, az asztal mögött megbúvó egyenes támlájú, kemény széken kívül semmit nem vett észre. Erre leült az asztal szélére. Jókedve valami megmagyarázhatatlan oknál fogva lassan semmi lett, maga sem tudta, miért. Hirtelen megvilágosodott előtte, hogy ma nem fogják dicsérni. Sokkal inkább fordítva. A harag gondolta filozofikusan, s felkészült a legrosszabbra. Gyújtson rá, kínálta Lemcen úr, s ismét beleereszkedett karosszékébe. Köszönöm, nem dohányzom. Lemcen úr olyan arckifejezéssel csóválta meg a fejét, mintha a legrosszabb előérzete igazolódott volna be, Újjait arca előtt egymáshoz érintettes figyelmesen szemlélte az így kialakult geometriai alakzatot. Feltételezem, hogy a egy Mitsubishi Densi, egy cég ügyeit nem most beszéljük meg önnel szólalt meg végül. Ez vicc volt. Richard Nunn készségesen elmosolyodott, s ezt mondta, ahogy kívánja. Pokolian kényelmetlen volt az asztalon ülni, a lába nem ért le a padlóig, s az asztallap széle vágta az ülepét. Sajnálattal kell közölnöm önnel, Richard kezdte Lemcen úr, hogy a maga jelentése rendkívül kellemes benyomás keltett fent. Hem, Dünyögte Núen. Kezdődik, év gondolta magában. Magát még kitüntetésre is fel akarták terjeszteni, folytatta lemcenúr. Én azonban azt javasoltam, várjanak egy kicsit. S helyesen tettem. Végre felnézett az ujjairól, s barátságtalanul Nónanra pillantott. Megkérdezheti tőlem, miért tanúsítottam ekkora, magának túlzottnak is tűnhető óvatosságot. Nyilván megvolt rá az oka, jegyezte meg csügget hangon Núnen. Igen, megvolt. Mi derül ki a maga jelentéséből, Richard? A Metropol csoportot likvidálták. Az önerőfeszítései révén. A zöldvirág csoportot teljes létszámban tetten érték. Ragyogó munka. Szintén a magáé. A évlegyező, egy kasimodó, egy vándorzenészek, ős a többi csoport, nem is emlékszem mindegyikre, rádöbbenve, hogy ma vagy holnap leleplezik őket, önmagukat számolták fel. Ez valóban így történt, mindezt máshonnan szerzett információink is megerősítik. A csatatér megtisztult. A csatatéren maga az úr, Richard, az ellenfél nagy veszteségeket szenvedve rendezetlen sorokban meghátrált. Helyesen adtam elő a helyzetet. Legalábbis folytatta óvatosan Nunön, az utóbbi három hónapban marmonton keresztül megszűnt a különböző anyagok kiszivárgása a zónából. Legalábbis az én értesüléseim szerint tette hozzá. Az ellenfél meghátrált, nem így van? Ha ragaszkodik ehhez a kifejezéshez, így. Nincs így. Jelentette Kilemzhen úr. Arról van szó, hogy ez az ellenfél sohasem hátrál meg. Ezt biztosan tudom. Richard maga éretlenségről tett tanúbizonyságot azzal, hogy sietett a győzelem ittas jelentéssel. Éppen ezért javasoltam, hogy álljanak el attól, hogy azon melegében kitüntetésre terjesszék fel. A fenének kellenek a kitüntetéseid, gondolta Nún lábát lógatva, s komoran bámult a cipője himbáló gyó orrát. A padlásra akasztanám a kitüntetéseidet. Szép kis moralista, nevelő, nélküled is tisztában vágyok vele, kivel állok szemben. Semmi szükség rá, hogy kioktas, ki is az ellenfelem. Mondd meg kertelés nélkül is világosan. Hol, hogyan és mit szúrtam el, mit sikerült még ezeknek a csirkefogóknak kikaparniuk a zónából. Hol, hogyan és milyen résekre bukkantak, a bevezetésre nincs szükségem. Nem vagyok taknyos kezdő, Ötven év van mögöttem, s nem a te kitüntetéseid kedvéért ücsörgök itt. Mit hallott az aranygömbről? Kérdezte hirtelen Lemzhen úr. Uramisten, gondolta ingerülten Núnen. Ugyan, mi köze az egészhez az aranygömbnek? Eredj a fenébe az ostoba kérdezősködéseddel. Az aranygömb legenda jelentette ki unott hangon misztikus tárgya zónában, mely egy aranygömbre hasonlít és arra szolgál, hogy teljesítse az emberek kívánságait. Bármi nőt. A legenda általánosan elfogadott szövegének megfelelően bármi nőt. Léteznek azonban változatok. Úgy jegyezte meg Lemchen úr. És mit hallottak egy halált hozó lámpáról? Nyolc esztendejek kezdte vontatottan s unottan Nunen, egy Stephen Norman nevű stóke, Gúny nevén a pápa szemes, kihozott a zónából egy bizonyos szerkezetet, amely, amennyire meg lehetett ítélni, valamiféle sugárvető rendszer lehetett, s gyilkos hatással volt a földi szervezetekre. A már említett pápa szemes el akarta adni ezt az intézetnek. Az árban azonban nem tudtak megegyezni. Pápa szemes ismét elindult a zónába, s többé nem tért vissza. S hogy jelenleg hol van a készülék, nem lehet tudni. Az intézetbeliek mind a mai napig tépik a hajukat. A metropolból általunk is ismert Huk akkora összeget ajánlott felérte, amekkora csak ráfér egy csekre. Ez minden. Kérdezte Lemchen úr. Ez felelte Núnen. Tüntetően körbepillantott a szobában. A bútorzat unalmas volt, nem volt mit nézni. Úgy állapította meg Lemchen. És mit hallottak rák szemről? Milyen szemről? A rák szemről. Á. Ismeri? Lemchen úr két ujjakört írt le a levegőben. Ollója van. Először hallok róla, mondta Núnen. Nos, akkor mit tudod vrobbanó szalvétákról? Núnen leszállt az asztalról, s kezét zsebre dugva megállt Lemchen előtt. Semmit sem tudok, jelentette ki. És maga, Sajnos én sem tudok semmit. Sem a rák szemről, és sem a robbanó szalvétákról. Mégis léteznek. Az én zónámból valók. Üljön, üljön csak leállította meg Nónant Lemshen úr, s intett a tenyerével. Csak most kezdődik a beszélgetésünk. Üljön le. Núnön megkerülte az asztalt, s leült a kemény, magas támlájú székre. Ugyan, Hová akar kiukadni? Gondolta lázasan. Miféle újdonságok jönnek még? Nyilván a többi zónában találtak valamit, s most hetszel ez a barom. Soha nem szeretett a vénkrampus képtelen elfelejteni a gúnyversikéket. Folytassuk rövid vizsgánkat, jelentette ki Lemchen. Hátradőlt karosszékében s a mennyezetet bámulva megkérdezte, hogy van az öreg Barbridge. Barbridge, Keselyű barbridge megfigyelés alatt áll nyomorék, de nem nélkülöz. A zónához semmi köze. Négy bárja és egy bordéja van, spiknikeket szervez a helyőrségi tisztek és a turisták részére. Gina, a lánya rendezetlen életmódot folytat. A fia, Artur nemrég végezte el a jogi kart. Lemchen úr elégedetten biccentett. Kimerítő válasz dicsérte meg. És mit csinál a Máltai Creon? A még dolgozó kevés sztókő egyike. A Kasimodo csoporttal állt kapcsolatban, most azonban a zsákmányt az intézetnek adja el rajtam keresztül. Hagyom szabadon működni, majd csak ráharap valaki. Igaz, az utóbbi időben keményen iszik, s félek, hogy nem húzza sokáig. Mi a kapcsolata Barbrid Gedzsal? Udvarol Ginának. Nincs sikere. Remek állapította meg Lemcen úr. Es mit hallott Sucartról, a rókáról? Egy hónapja jött ki a börtönből. Nem nélkülöz. Megpróbálta elhagyni a várost, de voltak bizonyos, Núnen elhallgatott. Egy szóval, családi kellemetlenségei voltak. Most nem törődik a zónával. Ez minden? E. Nem sok jelentette ki Lemcen úr. Es mi a helyzet szerencsés carterrel? Már jó néhány éve nem sztókö. Használt autókkal kereskedik, van egy műhelye, ahol vízé-é meghajtásúra alakítják át az autókat. Négy gyereke van, a felesége egy éve halt meg. Az anyósával él. Lemchen bólintott. Na, kiről feledkeztem meg az öregek közül? Érdeklődött jó indulatúan elfeledkezett Jonathan leről, akit kaktusznak gúnyoltak. Jelenleg kórházban van, haldoklik, rákja van. S elfeledkezett Suvixról. Igen, igen, mi van vele? Suvix nem változott, mondta Noonan. Három fős a csoportja. Néha hetekre eltűnnek a zónában. Amit találnak, ott, a helyszínen megsemmisítik. Társasága, a harcos angyalok azonban széthullott. Mi ért? Hát, tudja, azzal foglalkoztak, hogy felvásárolták a szajrét, Suvix visszavitte a zónába. Minden, ami a sátántól származik, legyen a sátáné. Most azonban már nincs mit felvásárolniuk, különben is az intézet új igazgatója rájuk uszította a rendőrséget. Világos jegyezte meg Lemchen úr. Na és a fiatalok? Nos, a fiatalok, jönnek és mennek. Van közöttük öt-hat, akiknek már van némi tapasztalata, az utóbbi időben azonban nem tudják kinek eladni a szajrécs, nehéz helyzetbe kerültek. Néha kisegítem őket. Főnök, úgy gondolom, hogy az én zónámban befellegzett a stalkereknek. Az öregek kiszálltak az üzletből, a fiatalok még semmit nem tudnak, na meg a szakma sem az már, ami régen volt egyre jobb a ternika, a robotok. Igen, igen, hallottam róluk, mondta Lemchen úr. Ezek az automaták azonban egyelőre még azt az energiát sem érik meg, amit elfogyasztanak. Vagy tán tévedek? Ez idő kérdése. Nem sokára megérik. Milyen nem sokára? 5 hat éven belül. Lemchen ismét megcsóválta a fejét. Mellesleg, bizonyára nem tud még róla, hogy az ellenfél is alkalmazni kezdett automatasztalkereket. kereket. Az én zónámban? Kérdezte óvatosan Núnen. A magáéban is. Rexopolisban van a telephelyük, s a hegyeken át helikopteren szállítják a kígyószakadékhoz, a fekete a bolderpik hegylánc lábaihoz a felszerelést. Hiszen az peremvidék jegyezte meg hitetlenkedve Núnen. Pusztaság, ugyan mit találhatnak ott. Keveset, nagyon keveset. De találnak. Mellesleg, ez csak tájékoztatásul mondtam, nem tartozik magára. Összegezzük tehát. Hivatásos tók marmontban szinte nem maradt. Akik maradtak, azoknak többé nincs közük a zónához. A fiatalság nem találja helyét, csak most tanul bele. Az ellenséget szétvertük, visszavetettük, valahol megbújt és a sebeit nyalogatja. Zsákmány nincs, amikor pedig mégis akad, nincs kinek eladni. Az anyagok törvényen kívüli kiszivárgása a marmonti zónából már három hónapja megszűnt. Így van. Núnen hallgatott. Most ő gondolta. Most vágja a képembe. Vajon hol van a rés? S úgy látszik, jó nagy lehet. Nagy erünk, Kivele, vén ravazdi. Ne győri, nem hallom a válaszát, jegyezte meg Lemcen úr, stenyerét ráncos és szőrös füléhez illesztette. Rendben, főnök jelentette ki komoran Núnen. Ej, Már eleget főzött és puhított. Gyerünk, egyen meg! Lemchen úr bizonytalanul vihogott. Nem tudom, mit mondhatnék magának, kezdte váratlan keserűséggel. Itt szerencsétlenkedik a főnöke előtt. De hogy én hogy érzem magam, amikor tegnap előtt. Hirtelen abba hagyta, felállt a dolgozószobán át a páncélszekrényhez ballagott. Röviden szólva, az utóbbi két hónap során, a rendelkezésünkre álló adatok szerint az ellenfél komplexumai több mint 6000 egységnyi anyagot kaptak a különböző zónákból. Megállt a páncélszekrény mellett, megsimogatta a szép festett oldalát, s hirtelen núnön felé fordult ne ringassa magát illúziókban. Ő. Barbridge új lenyomata. A máltai új lenyomata. A nagyorrú Benhalevi új lenyomata, akiről úgy vélte, hogy említés sem kell tennie. Az orhangú hírsz és törpec míg a új lenyomatai. Hát, hogy nevelgeti a fiataljait? Kalkő. Gombostűk. Fehér bogarak. S ez még mind semmi. Itt vannak a egy rákszemek, égé madárcsörgők, égé robbanó szalvéták, év az ördög vinni őket. Ismét abba hagyta, visszaült a karosségbe, ujjait újból egymáshoz illesztette s udvariasan megkérdezte. Mi a véleménye erről, Richard? Nunön előhúzta a zsebkendőjét s megtörölte a nyakát és a halántékát. Semmit nem gondolok nyögtereket hangon és őszintén. Már megbocsásson, főnök, de én most általában. Hagyja, hogy kifújjam magam. Barbridgenek semmi köze a zónához. Minden lépéséről tudomásom van. Tivornyákat és piknikeket rendez a tavaknál, hatalmas pénzeket keres, egyszerűen semmi szüksége rá. Megbocsásson, természetesen ostobaságot fecsegek, de biztosíthatom, nem veszítem Gelt szem elől azóta, hogy elhagyta a kórházat. Nem tartom fel további, jelentette ki Lemcen úr. Kap egy hét határidőt. Aztán közölje arra vonatkozó elképzeléseit, hogyan kerülnek a különböző anyagok a magazónájából barbridge kezébe, és a többi. Viszont látásra! Núnön felállt, sután biccentett Lemcen úr profilja felé s miközben zsebkendőjével tovább törölgette bőségesen verejtékező nyakát, kitámolygott az előszobába. A napbarnított fiatalember cigarettázott, stöprengő merett a kibelezett elektronikus szerkezet belsejébe. Futó pillantást vetett Núnön felé, tekintete üres, befelé forduló volt. Richard Nínen úgy, ahogy a fejébe nyomta kalapját, hóna alá kapta esőkabátját, távozott. Ilyen, bizony, még nem történt velem, gondolta rendezetlenül. Nézze meg az ember a nagyon rúb Benhalevi. Már arra is volt ideje, hogy gúnynevet szerezzen magának. Mikor? Pedig micsoda pancsár volt, tejfölös szájú. Nem, ez nem az. Ó, te állat, te lábatlan barom! Kezűj! Istenem, hogy elbántál velem! Igen, pontosan úgy, mint Szingapurban az a bizonyos, hogy is hívják, pofával az asztalra, halántékával a falnak. Beült a kocsiába egy ideig, miután semmit nem látott maga körül, csak tapogatózott a műszerfalon, kereste az indító kulcsot. Kalapjáról a térdére folyt a víz, lekapta, s körül sem nézve hátrahajította. Az eső elöntötte a szélvédő üveget, s Richard Noonan, nem tudni, miért, de úgy érezte, hogy éppen emiatt képtelen rájönni, mit kell a továbbiakban tennie. S miután rádöbbent erre, öklével nagyot csapott kopasz homlokára. Megkébbült. Rögtön rájött, hogy indító kulcsa nincs és nem is lehet, mert ott a zsebében az így ízé. Az örök életű akkumulátor. S ki kell húzni a zsebéből, hogy csak úgy recsenjen, s bele kell helyezni a nyílásba, és akkor majd elindulhat minél messzebb ettől a háztól, melynek ablakából minden bizonyal figyeli ez az öreg káposztafej. fej. Nunan gizét, éltartó keze félúton megdermett. Úgy, legalább tudom, hogy kivel kezdjem. Nos, akkor vele kezdem. Ó, de hogy elkezdem. Soha senki nem kezdte úgy, ahogy én most elkezdem. S micsoda élvezettel. Bekapcsolta az ablaktörlőt és végighajtotta az autót a bulváron, szinte semmit nem látott maga előtt, de már kissé megnyugodott. Nem tesz semmit. Legyen úgy, mint Szingapurban. Végtére is Szingapurban minden szerencsésen végződött. Ugyan már egyszer kaptál a képedre. Történhetett volna rosszabbul is. Megtörténhetett volna, hogy nem a képecs nem az asztalba vered, hanem valami hegyes dologba. Jól van, nem kalandozunk el a tárgytól. Hol van most az én palotám? Egy fikarcnyit sem látni. Aha, ott van. Jól lehet már későre járt az idő. Az egy öt perc, így nevetviselő intézmény úgy ragyogott, akár a metropol. Richard Núnen megrázta magát, mint a kutya, amikor kijön a vízből, s belépett a fényesen megvilágított a dohány, parfüms megsavanyodott pesgő szagától átitatott halba. Az öregbeni még Libéria nélkül egy pult mögött ült oldalvást, a bejárattal szemben, s a villát öklébe szorítva rágott valamit. Fantasztikus méretű keblét a pohara közé ömlesztve a madame magaslott előtte, s szomorkodva nézte, hogyan eszik az öreg. A halt még nem takarították ki a tegnapi nap után. Amikor Núnön belépett, a madame tüstén felé fordította széles, vastagon kifestett arcát, amely először elégedetnek tűnt, azonban tüstén gyakorlott mosolyárat szét rajta. Ó! Dörmüte! No, nézd csak, Núnen úr személyesen. Lányokra támad kedve? Beni tovább bevett, süketnek tettette magát, akár az ágyú. Üdv, öreg lány! Válaszolt Núnens közelebb lépett. Minek nekem lányok, amikor egy igazi nő áll előttem? Beni végül észrevette őt kék és vörösesebb helyekkel teli arca kényszeredetten üdvözlő mosolyba torzult. Szervusz, tulaj hörögte. Bejöttél egy kis csapolásra? Núnön válaszul elmosolyodott s Nem szeretett Benyvel beszélgetni, folyton üvölteni kellett vele. Hol van az üzletvezetőm, fiúk? Érte. A szobájában felelte a madame. Holnap be kell fizetnie az adót. Ó, ezek az adók, mondta Núnen. Enn, madame, kérem, készítse elő kedvenc ételem, nem sokára visszajövök. A vastag, műszálas szőnyegen, hangtalan léptekkel végigment a folyosón. Befordult egy alig észrevehető kis beugróbas kopogtatás nélkül kinyitott egy bőrrel bevont ajtót. Csontos kanasa egy asztal mögött trónoltsa tükörben egy pattanás szemlélgetett az orrán. Csöppet sem kesergett azon, hogy másnap be kell fizetnie az adóját. A tökéletesen üres asztalon egy kis üveg kenőcsált előttes egy pohár, tele áttetsző folyadékkal. Csontos kanasa Nón emelte vérbe borult tekintetét, s a tükröt elejtve felpattant. Núnön egy szót sem szólt, szemben vele beleereszkedett a karosségbe, egy ideig némán vizsgálgatta a pimas hallgatta, hogy értetlenül az átkozott esőről és a reumáról dünnyögő valamit. Majd ezt mondta: Zárd be az ajtót, Galambocskám. Csontos, luttalpas lábával pufogva, az ajtóhoz futott, csattant a kulcs, majd visszatért az asztalhoz. Szőrös hegyként magaslott Núnön fölé, odaadón bámult a szájába. Núnön hunyorogva tovább vizsgálgatta. Nem tudni, miért, de hirtelen eszébe jutott, hogy csontos kanasa igazi neveg Rafael. Csontosnak fantasztikusan csontos ökleiért nevezték, melyek kékesvörösen s csupaszon meredeztek elő a kezét borító sűrű szörből, akár egy kézelőből. Kanasának ő nevezte el magát, abban a szilárd hitben, hogy ez volt a nagy mongol uralkodók hagyományos neve. El. Nos, Rafael, akkor kezdjük. Mi újság? Kérdezte gyengéden Núnen. Minden a legnagyobb rendben, Főnök felelte azonnal, csontos Rafael. Azt a botrányt az őrszobán elsimítottad. 150 tettem le az asztalra. Mindenki elégedett. 150 tartozol, mondta Noonen. A te bűnöd volt, galambocskám. Figyelni kellett volna. Csontos szerencsétlen képet vágott, és alázatosan széttárt a hatalmas tenyerét. A halban ki kellene cserélni a parkettát, mondta Noonen. Megy. Noonan egy darabig hallgatott, az ajkát csücsörítette. Szajré? Kérdezte halkabra fogva hangját. Van egy kevés, felelte szintén halkan csontos. E. csontos a páncélszekrényhez ugrott, előhúzott egy csomagot, letette Noonan elé az asztalra és kibontotta. Noonan egy ujjal beletúrt a halom éj fekete cseppe, elvette egy éjkarkötőt, minden oldalról figyelmesen megvizsgálta s visszatette. Ez minden. Érte. Nem szállítanak, magyarázta bűntudatosan csontos. Nem szállítanak, ismételte meg Nunan. Gondosan célzott, s cipője orrával teljes erőből csontos lábszárába rúgott. Csontos felnyögött, már görnyett, hogy fájó sípcsontjához kapjon, de nyomban kihúzta magát, s kezét nadrágja varrásához szorította. Núnön ekkor felpattant, mint akit fenékbe rúgtak, megragadta csontos ingének gallériát, rugdalózva és szemét forgatva a férfinak ugrott. Csontos nyögve és sóhajtozva, fejét nyaka közé húzva, akár egy meghajszolt paripa, egészen addig hátrált, amíg le nem roskadt a díványra. Két felé dolgozol, galambocskám! Sziszekte Núnön bele egyenes csontos rémülettől elfehéredett szemébe. Kesejű fürdik a szajréban, te pedig papírba csomagolt morzsákat dugsz az orrom alá. Nagy lendülettel képen törölte csontost, igyekezett eltalálni az orrán levő gennyeskelést. Börtönben fogsz megrohadni. Trágyában fogsz élni. Sajnálni fogod, hogy a világra jöttél. Öklével nagy lendülettel ismét csontos pattanásába talált. Honnét szerzi Barbridge a szajrét? neki miért szállítanak, s neked miért nem? Ki szállít neki? Miért nem tudok semmiről? Kinek dolgozol? Bé. Csontos némán tátogott. Núnön elengedte, visszatért a karosszékhes lábát felrakta az asztallapra. Nos. Érte. Csontos hüppögve szívta vissza az orrából kibudjanó vért, Sest mondta, az Isten szerelmére, főnök. Mit akar? Ugyan miféle szajré lenne kesejűnél? Semmiféle szajré nem kerül oda. Manapság senkinél sincs szajré. Mi az, támvitatkozni támat velem kedved? Érdeklődött Núnön gyöngédens az asztalról a földre engedte lábát. Ugyan, dehogy, főnök. Istenemre Sietett megnyugtatni őt csontos. Itt vakuljak meg. Még hogy vitatkozzak. Eszemben sincs. Kihajítlak, jegyezte meg komoran Núnen. Nem tudsz dolgozni. A fajtából egy garasért egy tucatot is felvehetek. Nekem belevaló, az ügyhöz értő emberre van szükségem. Megálljon, főnök, mondta józanul csontos, s a vért szétkente a képén. Nem kell olyan forrón enni a kását. Gyerünk, próbáljuk mégiscsak tisztázni a dolgot. Ujjának hegyével óvatosan megtapogatta a pattanást az orrán. Azt mondja, hogy Barbridgen sok a szajré. Nincs róla tudomásom. Természetesen elnézését kérem, de valaki hazudott magának. Senki nem jut most szajréhoz. Hiszen az zónába szinte kizárólag csak kezdőtaknyosok mennek, ők pedig nem térnek vissza. Nem, főnök. Ezt valaki bebeszélte magának. Núnön a szeme sarkából gyanakodva figyelte csontost. Úgy tűnt, csontos őszintén beszél. Igen, s különben sem lett volna érdemes hazudnia, ő a kesejűn nem lehet meggazdagodni. Ezek a piknikek jövedelmező üzletek? Érte. A piknikek? Hát! Nem túlságosan. A pénz nem hever az utcán, hiszen a városban most már nem maradt jövedelmező üzlet. Hol rendezik ezeket a piknikeket? Hol rendezik? A legkülönbözőbb helyeken. A Fehér Hegynél, a hőforrásoknál, a szivárványos tavaknál. Eskik járnak oda? É? Csontos ismét megvakarta pattanását majd az ujjaira pillantott bizalmaskodó hangon így szólt. Főnök, ha maga is erre az üzletágra ácsingózik, rosszul teszi. Nem tudna konkurálni a kesejűvel. Ugyan miért nem? Kesejű látogatói a kék sisakosok először. Csontos sorba behajlította ujjait. A városparancsnokság tisztjei másodszor, a metropol, a fehér liliom és a jövevény turistái harmadszor. Azután meg már kialakította a maga reklámját, a helybéli fiúk is hozzájárnak. Istenemre, főnök, nem érdemes ebbe beleártani a magát. A helybéliek is hozzájárnak? Főként fiatalok. No, és mi folyik ezeken a piknikeken? Mi folyik? Buszokkal odaviszik őket, ugye? Ott már állnak a sátrak, a büfé, szól a zene. No, és mindenki úgy szórakozik, ahogy kedve tartja. A tisztek leginkább a lányokkal, a turisták özönlenek megnézni a zónát. Ha a hőforrásoknál tartják, a zóna onnan ugyanis egy nyira van, egyenest a kénes szurdok mögött. Kesejű lócsontokat szórt szét arra felé, hát bámulják a távcsöveikkel. Na és a helybeliek? A helybeliek? A helybelieknek ez természetesen nem érdekes. Így hát mindenki úgy szórakozik, ahogy tud. És Barbridge. Hogy hogy Barbridge? Barbridge, akár a többiek. És te? Még hogy én? Mint a többiek. Figyelek, nehogy megsértsék a lányokat. És ez a no, ott. Hát, csak úgy. Mennyi ideig tart ez? Mi orj? Van, amikor három napig, de előfordul, hogy egy álló hétig. És mibe kerül ez az élvezet? Kérdezte Núnen, s közben egészen másra gondolt. Csontos válaszolt valamit, Núnen azonban nem hallotta. Lám, itt a rés ő gondolta. Néhány napig, néhány éjszakát. Ilyen körülmények között egyszerűen képtelenség Barbridgeté figyelni, még ha szánt szándékkal ezzel a céllal mentél is oda. Mégse értem. Hiszen lábatlan nyomorék, s ott a szurdok. Nem, itt valami nincs rendjén. Ki jár oda állandóan a helybeliek közül? A helybeliek közül? Hiszen már mondtam, többnyire fiatalok. Na, hát ha levi, rasba. Kapfa pip, ez a... a... No, még a máltai is elő szokott fordulni. Belevaló banda. Vasárnapi iskolának ő hívják az egészet. Mi az? kérdezik. Ellátogatunk a így vasárnapi iskolába. Többnyire szépen keresnek az idősebb nőkön. Megjelenik Európából egy öreg hölgyés. Vasárnapi iskola ismételte Núnen. Hirtelen különös gondolat futott végig rajta. I-A. Áll. Rendben, mondta. Vigye az ördög ezeket a piknikeket. Ez nem a mi dolgunk. De tudd, kesejű kapszajrét, ez pedig már a mi dolgunk, galambocskám. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. Szaglász, csontos, szaglász, mert különben elzavarlak galambocskám. Derítsd fel, honnan szerzi be, ki neki ígéri 20%-kal többet, mint ő világos. Világos, főnök csontos már állt, kezen adrágja varrásához simult, szutikos képén odaadás ragyogott. Ugyan, mozdulj már, erőltesd meg az agyad, te barom! Üvöltött rá hirtelen, Núnöns távozott. A halban a pultnál kényelmesen kiitta a peritifjét, egy ideig csevegett a madamemal az erkölcsök lazulásáról. Célzott rá, hogy tervezi az intézmény mielőbbi kibővítését, majd hangját jelentőség teljesen lehalkítva tanácsot kért. Mit tegyen benyvel, öreg ember már? Rosszul hall, a reflexei sem a régiek, nem igyekszik. Mint régen, már hat óra felé járt, enni szeretett volna, a fejében azonban egyre motoszkált valami, nem hagyta nyugton a váratlan gondolat, mely teljesen független volt az egésztől és mégis sok mindent megmagyarázott. Mellesleg, amint egy másra fény derült, az ügyről eltűnt az ingerlő és ijesztő misztikus lepel, s csupán a bosszúság maradt meg önmagával szemben, hogy korábban nem gondolt erre a lehetőségre. A lényeg azonban nem ez volt. A lényeg abban az ötletben rejlett, mely egyre csak ott motoszkált benne s nem hagyta nyugton. Miután elbúcsúzott a madametols kezet szorított benyvel, Nolan egyenest a borsba hajtott. Az egészben az a baj, hogy nem vesszük észre, hogy repülnek az évek, gondolta. Bár két érdekelnek az évek, nem vesszük észre, hogy minden változik. Tudjuk, hogy minden változik, gyermekkorunktól arra tanítanak, hogy minden változik. Számtalanszor láttuk saját szemünkkel, hogy minden változik, s ugyanakkor teljességgel képtelenek vagyunk észrevenni azt a pillanatot, amikor a változás végbe megy, vagy nem ott keressük a változást, ahol kellene. Lám, már megjelentek az új, kibernetikus berendezésekkel felszerelt stalkerek. A régi sztóköpiszkos, komor fickó volt, aki egy vadállat makacságával milliméterről milliméterre kúzta végig a zónát, hogy megdolgozzon a koncert az új kendős, elegáns úriember, mérnök, kilométerekre ül a zónától, a fogai között cigaretta, a könyöke mellett egy pohár frissítő koktél, ül és a képernyőt bámulja. Jól kereső úriember. Nagyon is logikus a kép. Annyira logikus, hogy az összes többi lehetőség fel sem merül. Pedig vannak mások is, például egy vasárnapi iskola. S egyszer csak, fogalma sem volt, Honnan tört rá, elfogta a kétségbeesés. Minden hasztalan volt. Minden értelmetlennek bizonyult. Istenem ő gondolta. Hiszen nekünk semmi nem sikerül. Nem tudjuk visszatartani, megállítani. Semmilyen erő nem elég ahhoz, hogy bentartsuk a szakajtóban ezt a szörnyű kovázt ő gondolta borzongva. És nem azért, mert rosszul végezzük a dolgunkat. S nem azért, mert ők ravaszabbak vagy ügyesebbek nálunk. Egyszerűen, ilyen a világ. Ilyen az ember. S ha nem történt volna a látogatás, történt volna valami más. A kiborzsban e minden ragyogott csábítóan finom illat terjengett. A kiborzs e ivis megváltozott, nyoma sem volt a duhajkodásnak, a muriknak. Suvix már nem jár ide, undorodik, Redrick Schuhart is bizonyára bedugta ide szeplős orrát, de elfintorodott távozott. Örniszt még mindig börtönben van, az üzletet az öregasszony vezet is elérte célját. Szolid törzs közönség, az egész intézet ide jár ebédelni, na meg a főtisztek is kényelmes kis boxok, a koszt ízletes, keveset kérnek, a sör mindig friss. Jó, öreg kis vendéglő. Núnen az egyik boxban megpillantotta Valentin Pilmant. A Nobel-díjas tudós egy csésze kávé mellett üldögélt egy félbehajtott folyóiratot olvasott. oda odalépett hozzá. Megengedi, hogy maga mellé üljek. Érte. Valentin ráemelte fekete szemüvegét. Á, ismerte fel. É. Mindjárt csak előbb kezet mosok, mondta Noonan, mert hirtelen eszébe jutott csontos pattanása. Itt jól ismerték. Amikor visszatért, s leült Valentinnal szemben. Az asztalon már ott állt egy apró serpenyő. Benne a párolgó rizses hús egy magas korsó tele sörrel, a sör nem volt se hideg, se meleg, épp olyan volt, ahogy szerette. Valentin félretolta a folyóiratot, s ivott egy kortyot a kávéjából. Ide figyeljen, Valentin kezdte núnön, s vágott egy falatot a húsból. Mit gondol, hogy végződik ez az egész? Mire gondol? A látogatás, a zóna, a stalkerek, a katonai ipari komplexumok, ez az egész rakás. Hogy végződhet ez? Valentin Vaksi fekete szemüvegével sokáig nézte Nónant. Majd rágyújtott és így szólt, kire nézve. Legyen konkrétabb. Na, tegyük fel, általában az emberiségre nézve. Ez attól függ, szerencsénk lesz-e, vagy sem mondta Valentin. Most már tudjuk, hogy a látogatás általában nem hagyott nyomot az emberiség életén. Az emberiség életén semmi nem hagy nyomot. Természetesen nincs kizárva, hogy találomra kapkodva a gesztenyét ebből a tűzből, végül valami olyasmit is kihúzunk, ami miatt az élet bolygónkon egyszerűen lehetetlenné válik. Ez balszerencse lesz. Lássa be azonban, ez a lehetőség mindig fenyegette az emberiséget. Tenyerével elhessegette maga elől a cigarettafüstöt s elnevette magát. Látja, én már régóta leszoktam arról, hogy általában gondoljak az emberiségre. Az emberiség, mint olyan, túlságosan is stacionárius rendszer, teljességgel átfoghatatlan. Így gondolja? Kérdezte kiábrándultan Nunan. Nos, lehetséges, hogy így van, Valja be őszintén, Richard kezdte Valentin szemmel láthatóan mulatott a dolgon. Maga üzletember, a maga életében mi változott meg a látogatással. Nos, megtudta, hogy a világ mindenségben az emberi mellett még legalább egyértelmes világ létezik. No és? Hogyan is mondjam? Motyog tanúnön. Már sajnálta, hogy kierőszakolta ezt a beszélgetést. Nem volt miről beszélgetniük. Mi változott meg számomra? Például immár jó néhány esztendeje érzek valamiféle kényelmetlenséget, feszélyezett széget. Rendben, a látogatók jöttek s elmentek. De mi van, ha ismét eljönnek, s az jut eszükbe, hogy itt maradjanak? Számomra, egy üzletember számára, tudja, nem értelmetlen kérdés, kik ők, hogyan élnek, mit akarnak. A legprimitívebb változat az, hogy törnöm kell a fejemet, hogyan változtassam meg a termelést. Készen kell lennem rá. És mi van, ha az ő rendszerükben egyáltalán nem lesz rám szükség? Felélénkült. És ha egyikünkre sem lesz szükség? Figyeljen ide, Valentin, ha már szóba jött a dolog, van egyáltalán felelet ezekre a kérdésekre. Kik ők, mit akartak, visszatérnek-e valaha? Válaszok vannak, felelte Valentin nevetve. Nagyon is sok van belőlük, választhat közülük kedvére. És magának mi a véleménye? Az igazat megvalva, sohasem engedtem meg magamnak, hogy komolyabban eltöprengjek ezen. Számomra a látogatás mindenek előtt rendkívüli esemény, mely azzal a következménnyel járhat, hogy egyszerre néhány lépcsőfokot átugorhatunk a megismerési folyamatban. Utazás a jövő technológiájába. Olyas valami, mintha Isaac Newton laboratóriumába bekerült volna egy modern kvantumgenerátor. Newton semmit nem értett volna. Téved, ha ezt hiszi. Newton nagyon éles elmélyű férfiú volt. Igen. Na, rendben, vigye az ördög newton Mégis, hogy magyarázza a látogatást. Még ha nem is veszi komolyan rendben, elmondom magának. De figyelmeztetnem kell, Richard, hogy a maga kérdése egy áltudomány, a xenológia illetékességi körébe tartozik. A xenológia, a tudományos fantasztikus irodalom és a formális logika egyfajta természetellenes keveréke. Módszerének alapja egy szabálytalan fogás az, hogy az idegen bolygóbeli értelmet emberi pszichével ruházzák fel. Miért szabálytalan? Kérdezte nőn. Azért, mert a biológiában annak idején már sokan megégették magukat, amikor megpróbálták az emberi lélektant átvinni az állatokra. A földi állatokra ne feledje! Már megbocsásson vetette ellen Núnen. Ez egészen más dolog. Hiszen mi az értelmes lények lélektanáról beszélünk. Igen. S mindez nagyon is jó lenne, ha tudnánk, mi az, hogy értelem. Talán nem tudjuk. Csodálkozott nőn! Képzelje el, hogy nem! Rendszerint abból a nagyon lapos meghatározásból indulnak ki, hogy az értelem az ember azon tulajdonsága, mely tevékenységét megkülönbözteti az állatok tevékenységétől. Tudja, ez olyasfajta próbálkozás, amely úgy különbözteti meg a házigazdát a kutyájától, hogy az ugyan mindent ért, csak épp megszólalni nem tud. Mellesleg ebből a lapos meghatározásból sokkal szellemesebbek is következnek. S ezek azokra a keserű megfigyelésekre támaszkodnak, melyek az ember már említett tevékenységére vonatkoznak. Például, hogy az értelem nem más, mint az embernek az a képessége, hogy célszerűtlen és természetellenes tetteket hajtson végre. Igen, ez ránk vonatkozik, értett egyet núnan. Ej! Vagy vegyünk egy hipotetikus meghatározást. Az értelem bonyolult, még kialakulatlan ösztön. Itt arra gondolnak, hogy az ösztönös tevékenység mindig célszerű és természetes. Eltelik egy millió esztendő, kialakul az ösztön, s mi már nem követünk el hibákat, melyek nyilván az értelem sajátosságai. S ha a világ mindenségben valami megváltozik, mi boldogan kihalunk mégpedig azért, mert elszokunk a hibák elkövetésétől, vagyis attól, hogy kipróbáljuk a szigorú programban nem szereplő különböző változatokat. Ez az egész olyan megalázó. Kérem, akkor talán hallgasson meg még egy meghatározást egy szer fölött magasztosat és nem esett. Az értelem olyan képesség, mely lehetővé teszi, hogy felhasználjuk a környező világ erőit anélkül, hogy magát a világot elpusztítanánk. Núnön összeráncolta homlokát, s megcsóválta a fejét. Nem, mondta. Ez túlzás. No és mi arról a véleménye, hogy az ember az állatoktól eltérően olyan élőlény, mely állandó tudásvágyat érez? Valahol olvastam erről. Én is tette hozzá Valentin. Azonban a baj gyökere nem ott van, hogy az ember, legalábbis az átlagember, könnyedén leküzdi ezt a tudásvágyat. Szerintem ilyen vágy egyáltalán nem létezik. Él bennünk viszont egy olyan vágy, Mely arra ösztönöz, hogy igyekezzünk mindent megérteni, ehhez viszont nincs szükség tudásra. A feltételezés, hogy van Isten, semmihez nem mérhető, nagyszerű lehetőséget nyújt arra, hogy mindent tökéletesen megértsünk, anélkül, hogy mindent tökéletesen megismernénk. Vázoljon az ember előtt egy végtelenül leegyszerűsített világmodellt, s magyarázzon minden eseményt ennek a leegyszerűsített modellnek a segítségével. Ehhez a megközelítéshez semmiféle ismeretre nincs szükség. Elég néhány betanult képlet, valamint az, amit intuíciónak nevezünk, gyakorlati érzék és az úgynevezett józanéjesz. Várjon csak állította meg Nónön. Ki a sörét s az üres korsót nagy koppanással visszatette az asztalra. Ne ragadtassa el annyira magát. Nézzük csak, hogyan van ez. Az ember találkozott egy idegen bolygóbeli lényel. Hogyan tudják meg egymásról, hogy mindketten értelmes lények? Fogalmam sincs, állapította meg Valentin vidáman. Minden, amit erről olvastam, bűvös körben forog. Ha képesek kapcsolatot teremteni, akkor értelmes lények. És fordítva, ha értelmes lények, akkor képesek kapcsolatot teremteni. Különben is, ha az idegen bolygóbeli lénynek olyan nagy a szerencséje, hogy emberi lélekkel bír, akkor értelmes lény. Hát így állunk. Nesze neked, mondta Núnen. Én pedig azt gondoltam, hogy maga már mindent a helyére tett. Egy majom is képes a helyére tenni valamit, jegyezte meg Valentin. M. Várjon csak, állapította meg Núnen. Nem tudni miért, de becsapottnak érezte magát ha ilyen egyszerű dolgokat sem tud. Rendben, vigye az ördög az értelmet. De mi van a látogatással? Mégis, mit gondol a látogatásról? Kérem, mondta D.R. Pilman. Képzeljen maga elé egy pikniket. Núnan összerezzent. Hogy mondta? Egy pikniket. Képzelje maga elé erdő, kis tisztás, erdei út. Az erdei útról egy autó gördül a tisztásra, az autóból fiatal emberek üvegeket, elemúzsiás kosarakat raknak ki, lányok, rádió, fényképező és filmfelvevő gépek. Tábortüzet gyújtanak, sátrat vernek, megszólal a zene. Reggel pedig tovább állnak. Az állatok, madarak, rovarok, amelyek egész éjjel páni félelemben szemlélték a történteket, előjönnek búvóhelyükről. S ugyan mit látnak? Motorolaj folyta fűre, benzin csorgott szét, mindenfelé elromlott gyújtógyertyák és olajszűrők hevernek, körös körül limlom, kiégett lámpák, valaki elveszített egy csavarkulcsot. A gépkocsi kerekei eddig nem tapasztalt mocsárrá dagasztották a sarat, no, és a többi sejti, tábortűznyoma, almacsutkák, bombonos papírok, konzervdobozok, üres üvegek, valaki otthagyta a zsebkendőjét, tolkését, régi szakadt újszáglapok, elhervat virágok, amiket más tisztásokról hoztak ide. Megértettem, mondta Noonan. Piknik az árokparton. On. Piknik a világűr valamelyik útjának árokpartján. Maga pedig azt kérdezi tőlem, visszajön neke vagy sem? Kérem, adjon egy cigarettát, szólalt meg Noonan. Valahogy nem így képzeltem magam elé az egészet. Ehhez joga van, jegyezte meg Valentin. Tehát igazából észre sem vettek bennünket. Mi ért? Hát, nem figyeltek fel ránk. Tudja, én a maga helyében nem sértődnék meg emiatt, tanácsolta Valentin. Nunan nagyot szívott a cigarettából, köhögni kezdett s elhajította a csikket. Akkor is hajtogatta makacsul. Leheten. Az ördög vinné magukat, tudósokat. Miért ez a megvetés az emberek iránt? Miért próbálják folyton lealacsonyítani az embert? Várjon, csak csillapította Valentin! Figyeljen ide! Maga azt kérdezi tőlem, mi által nagy az ember? Ije! Azért, mert létrehozott egy második természetet. Hogy szinte kozmikus nagyságú erőket hozott mozgásba hogy elhanyagolhatóan rövid idő alatt birtokába vette bolygóját, csablakot nyitott a világ mindenségre. Nem. Azáltal óriás, hogy mindennek ellenére létezik, és létezni szándékozik a jövőben is. Mindketten elhallgattak. Nunan töprengett. Lehet, kezdte bizonytalanul. Természetesen, ha ebből a szempontból. Ugyan, ne keseredjen el, biztatta jóindulatúan Valentin hiszen ez az egész piknik csupán az én feltételezésem. S volt a kép még csak nem is feltételezés, hanem csupán egy kép. Az úgynevezett komoly xenológusok jóval tekintélyesebb, az emberi hiúságnak sokkal inkább hízelgő változatokat igyekeznek kidolgozni. Például azt, hogy nem volt semmiféle látogatás, hogy a látogatás még csak ezután következik be. Valamely idegen értelembe haigálta hozzánk anyagi kultúrája jellegzetes tárgyaival megtöltött konténereit. Azt várják, hogy miután tanulmányozzuk ezeket a mintadarabokat, műszaki fejlődésünkben ugrásszerű változás megy végbe, képesek leszünk válaszú küldeni, s ez majd arról tanúskodik, hogy készen állunk a reális kapcsolatfelvételre. Hogy tetszik ez magának? Ez már lényegesen jobb jelentette Kinnunön. Látom, hogy a tudósok között is vannak rendes emberek. Vegyünk akkor egy másikat. A látogatás valóban megtörtént, de még korán sem ért véget. Voltak épp még most is kapcsolatban vagyunk velük, csak éppen nem tudjuk. A jövevények megbújtak a zónában, gondosan tanulmányoznak bennünket, s ezzel egyidejűleg felkészítenek a jövő kegyetlen csodáira. Nos, ezt értem, mondta Nunan. Legalábbis akkor már érthető, mit jelent az a titokzatos nyűsgés a gyár romjai között. Mellesleg a maga piknikje ezt a nyüzsgést nem magyarázza meg. Ugyan miért ne adna rá magyarázatot? Tiltakozott Valentin. Hiszen egy kislány ott feledhette a tisztáson kedvenc felhúzható medvebocsát. Na, ezt hagyja vetette ellen határozottan Núnen. Szép kis játékmackó a föld is reng alatta. Persze lehet akár játék medve is. Kér sört? Rozália. Hé, öreg lány. Két sört a szenológus uraknak. Lám, milyen kellemes elbeszélgetni magával, mondta Valentinnak. Egyfajta agymosás, mintha keserű sót volna a nyelvünk alá. Mert egyébként gürcölsz, egyre csak gürcölsz, de hogy miért, minek, mi lesz, mi fog történni, miért nyugtalan a szíved? Kihozták a sört. Nún kortyolt belőle, s a hab fölött nézte, milyen finnyásan bámulja Valentina magáét. Valami baj van. Kérdezte Ajkát nyalogatva. Igen, én nem iszom, mondta Valentin. Valóban. Csodálkozott Núnön. Mi ebben a csodálatos? Kérdezte Valentin. Hiszen kell, hogy legalább egy abstinens ember legyen ezen a földön, határozottan eltolta magától a korsót. Rendeljen inkább egy konyakot, ha már így állunk. Rozália. Kiáltott Núnen végleg felderülve. Amikor kihozták a konyakot, így szólt. Nem, ez még sincs jól. A maga piknikéről már nem is szólva, de még ha el is fogadjuk azt a változatot, hogy ez, tegyük fel, a kapcsolatteremtés nyitánya, még akkor is csúnya dolog. Megértem, hogy minek a F-karkötők, a korongok De mire szolgál a Lidérc kocsonya? kis szúnyogpilis, az az undorító pihe. Már megbocsásson szakította félbe Valentin, miközben vett egy szelet citromot. Nem egészen értem a szakkifejezéseit. Ugyan, miféle pilisről beszél? Noonan elnevette magát. Ez folklór magyarázta. A stalkerek szakmai zsargonja. A szúnyogpilisek olyan helyek, ahol a gravitáció megnövekedett. Á. A grávi koncentrátumok. Irányított gravitáció. Nos, erről szívesen beszélnék, maga viszont semmit nem értene belőle. Miért gondolja, hogy semmit nem értenék belőle. Mégiscsak mérnök vagyok. Azért, mert én magam sem értem, mondta Valentin. Van ugyan egy egyenletrendszerem, de hogy miképp magyarázzam, fogalmam sincs róla. És a egy vas kocsonya, bizonyára a kolbit gáz. On. Hallott a Carrigan laboratóriumában történt balesetről. Hallottam egyet -egy mást, felelte kelletlenül Valentin. Ezek a nagyokosok egy F kocsonyával egy teli kerámia konténert különleges kamrába helyeztek, s a legszigorúbban elszigetelték, vagyis azt hitték, hogy a kamrát teljesen elszigetelték. Amikor azonban manipulátorokkal kinyitották a konténert, a egy kocsonya így a fémen, amihez ért, szintén F kocsonyává így változott. 35 ember elpusztult, több mint száz nyomorék lett, s a laboratórium összes épülete teljesen használhatatlanná vált. Járt ott valaha? Nagyszerűen fel voltak szerelve. A kocsonya azóta befolyt a pincébe, s az alsó szintekre. Tessék, ez a maga kapcsolat teremtésének a nyitása. Valentin elfintorodott. Igen, mindezt tudom, mondta. Mégis, lássa be, Núnen, a jövevények ebben nem vétkesek. Honnan tudhattak volna a katonai-ipari komplexumokról? Tudniuk kellett volna, felelte oktatóan Núnen. A jövevények ezt mondanák nekünk, már réges-régen meg kellett volna semmisíteni a katonai-ipari komplexumokat. Ez is igaz, egyezett bele Núnen. Nos, ezt kellett volna tenniük, ha már ennyire mindenhatók. Vagyis maga azt javasolja, hogy avatkozzanak bele az emberiség belügyeibe. Henk, hát, dűnyökte Ezen az úton természetesen túl messzire jutnánk. Ne beszéljünk erről. Térjünk inkább vissza a beszélgetésünk elejéhez. Mi lesz ennek a vége? Vegyük például a tudósokat. Hisz ön abban, hogy kaphatnak valami alapvető fontosságú dolgot a zónából, valami olyat, ami képes valóban forradalmasítani a tudományt, a műszaki haladást, az életformánkat. Valentin kiitta a konyakot vállat vont. Richard, maga rossz helyen kopogtat. Én nem szeretem az üres képzelődést. Amikor ilyen komoly dolgokról van szó, jobban kedvelem az óvatos szkepszist. Ha abból indulunk ki, amit eddig kaptunk, a lehetőségek széles skálája áll előttünk, és semmi bizonyosat nem mondhatunk. Rozália, még egy konyakot? Kiáltotta Nuen. Na, Rendben, akkor közelítsünk másképp a dologhoz. Véleménye szerint mi az, amit eddig kaptak? Bármennyire mulatságos is, de meglehetősen keveset. Számtalan csodára bukkantunk. Egyes esetekben megtanultuk, hogyan használjuk fel ezeket a csodákat saját szükségleteinkre. Még hozzá is szoktunk a csodákhoz. A majom megnyomja a piros gombot és egy banánt, megnyomja a fehéret és narancsot kap de hogy a gombok nélkül hogyan szerezzen magának banánt és narancsot, erről fogalma sincs. Sarról sincs fogalma, hogy mi az összefüggés a gombok és gyümölcsök között. Nézzük például ezeket az vízéket. E Megtanultuk, hogyan kell használni őket. Még a feltételeket is felderítettük, amelyek mellett osztódással szaporodnak. Mégis, mind a mai napig képtelenek vagyunk akár csak egyetlen egy izét egy is készíteni, Fogalmunk sincs a szerkezetükről, s az egészből arra következtetek, hogy egyhamar nem igazodunk el ebben az egészben. Én ezt mondanám. Vannak tárgyak, melyeknek az alkalmazási módját megleltük. Alkalmazzuk, használjuk őket, de majd nem biztos, hogy nem úgy, ahogy a jövevények. Teljesen biztos vagyok benne, hogy az esetek döntő többségében mikroszkóppal verünk szöget a falba. És mégis használjuk őket, az ei izéket, é az életfolyamatokat ösztönző karkötőket, é a kvázi biológiai masszákat, melyek óriási fordulatot hoztak az orvostudományba. Nevezzük a tárgyaknak ezt a csoportját hasznosaknak. Mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben jót tettek általuk az emberiséggel, jól lehet sohasem szabad elfeledkezni arról, hogy euklideszi világunkban minden botnak két vége van. Műrágya Vetette közben Núnen. Valentin korkintott a konyakból s bólintott. Pontosan erről van szó. Jól mellé fogtunk a műtrágyákkal. Vagy vegyük például az éhizék éj alkalmazását a hadiparban. Nem ezt akarom mondani. Minden hasznos tárgy hatását többé-kevésbé kitanulmányoztuk, többé-kevésbé megmagyaráztuk. Most a technológián a sor, 50 esztendő múlva bizonyára tudni fogjuk, hogyan készítsük el ezeket a koronaékszereket, s akkor nyugodtan és korlátlan mennyiségben törhetünk velük diót. Bonyolultabb a helyzet a tárgyak egy másik csoportjával, mégpedig azért, mert ezeket semmire sem tudjuk használni a jelenlegi elképzeléseink körén belül, s jellemzőik végképp megmagyarázhatatlanok. Vegyük például a különböző típusú mágneses csapdákat. Tudjuk, hogy mágneses csapdák. Kirill Panov ezt rendkívül szellemesen bebizonyította. Nem értjük viszont, honnan ennek a nagy teljesítményű mágneses mezőnek az erőforrása, mi az oka hihetetlen ellenálló képességének, fogalmunk sincs semmiről. Nem tehetünk egyebet, mint hogy fantasztikus feltételezéseket állítsunk fel a tér olyan sajátosságairól, amelyekről korábban fogalmunk sem volt. Vagy a kő 23-as. Hogyan hívják maguk ezeket a szép, fekete, ékszernek használt golyócskákat. Fekete cseppek, mondta Núnen. Igen, igen, ezek a bizonyos ej fekete cseppek. Szerencsés elnevezés. Maga nyilván ismeri a tulajdonságaikat. Ha fénysugarakat irányítanak egy ilyen golyócskába, akkor a fénykésve lép ki belőle, mi több, ez a kés és a golyócska súlyától, méretétől és néhány egyéb paraméterétől függ, és a kilépő fénysugarak hullámhossza mindig rövidebb, mint a belépőké. Mi ez? Miért van? Támadt egy őrült ötlet, mely szerint a kifekete cseppek egy hatalmas térettségek eszenciái, s ez a tér egészen más tulajdonságokkal bír, mint a miénk, s a mi terünk hatására zsugorodott így össze. Valentin előhúzott egy cigarettát és rágyújtott. Egy szóval, az ehhez a csoporthoz tartozó tárgyak a gyakorlatban, napjaink embere számára teljesen vehetetlenek, jól lehet kizárólag tudományos szempontból alapvető jelentőséggel bírnak. Ezek égből jött feleletek olyan kérdésekre, amelyeket fel sem tudunk tenni. A korábban említett sír Isaac lehet, hogy nem értette volna meg a lézert, de annyit biztosan felfogott volna, hogy elvileg lehetséges, s ez nagy hatással lett volna tudományos nézeteire. Nem kívánom részletezni a dolgot, de az olyan tárgyak, mint a mágneses csapdák, a kö 23, a fehér gyűrű, léte egy csapásra keresztül húzott egy egész csomó korábban virágzó elméletet s egészen új ötleteket hívott életre. Azután ott van a harmadik csoport. Igen, mondta Núnen. A glidérc kocsonya, gyés társai. Nem, nem. Ezeket vagy az első, vagy a második csoporthoz kell sorolnunk. Azokra a tárgyakra gondolok, Melyekről csak hallomásból van tudomásunk, amelyeket még sohasem tartottunk a kezünkben. A gép csavargódik, és a vidám kísértetek. A kívánsággép. Egy pillanat, pillanat, szakította félbe Núnen. Ezek meg mi csodák? Valentin elnevette magát. Látja, nekünk is megvan a magunk szakmai zsargonja. A egy csavargódik. Ez az a bizonyos feltételezett játékmackó, amelyik a gyár romjai között garázdálkodik. A évidám vidám kísértetek, így pedig bizonyos, a zóna egyes pontjain megfigyelhető veszélyes turbulenciák. Először hallok róla, mondta Núnen. A kívánsággép, ha jól értem, a híres aranygömb. Ön hisz az aranygömbben, Pilman úr. Valentin vállat vont. Feltételezem, hogy valahol a zónában létezik egy kerek és aranyszínű tárgy. Feltételezem, hogy felfogja bájóáramunkat s képes teljesíteni egyszerűbb vágyainkat, oltani éjségünket, szomjúságunkat. Egy modern bionikust az ilyen dolgok nem lepnek meg, nem erre gondoltam. Értse meg, Richard, mi már két évtizede guberálunk a zónában, de még az ezred részét sem ismerjük annak, ami ott van ami pedig a zónának az emberekre gyakorolt hatását illeti. Itt, mellesleg, a csoportosításba be kell vennünk még egy, negyedik osztályt. Nem tárgyakat, hanem a hatásukat. Ezt a csoportot felháborítóan rosszul tanulmányoztuk, jól lehet szerintem több tény is összegyűlt ehhez, mint amennyire szükség lenne. Tudja, Richard, én fizikus vagyok, s következésképp skeptikus ember. Néha mégis a hideg futkos a hátamon, amikor ezekre a tényekre gondolok. Az és élő holtak, és dünnyök En. Élő holtak, ez nagyon titokzatosan hangzik, de nem több annál. Hogy is mondjam? Ez még talán elképzelhető. Hanem amikor hirtelen s teljesen váratlanul a fizika és a biológia törvényeinek fittyet hányó jelenségek veszik körül az embert maga az átköltözőkre gondol. N. A matematikai statisztika, tudja, szer exakt tudomány, még ha véletlenekkel operális. Ugyanakkor nagyon ékes szóló, szemléletes tudomány. Valentinon könnyű részegség vett erőt. Hangosabban beszélt, arca kipirult, fekete szemüveg kerete felett szemöldökét felhúztas homlokát harmonikaszerű ráncok barázdálták. Rozália Kiáltott fel hirtelen: Még egy konyakot! Nagy pohárral! Kedvelem az abstinens embereket, jegyezte meg tisztelettudón Núnen Ne térjen el a tárgytól! szólt rá szigorúan, Valentin Hallgasson végig! Nagyon különös ez! Fogta a poharat, kiitta a felét, s így folytatta. Nem tudjuk, mi történt szegény marmontiakkal a látogatás pillanatában. Egyikőjük elhatározta, hogy elköltözik innen. Egy kis, szürke állampolgár. Forrász. Apja és nagyapja is fodrász volt. Tegyük fel, hogy átköltözik Detroitba. Fodrászüzletet nincs, hihetetlen rémtörténet kezdődik. Látogatóinak több mint 90%-a egy éven belül meghal. Gépkocsi balesetekben pusztulnak el, ablakon zuhannak ki, gengszterek és huligánok intézik el őket, seké vízbe fulladnak, és így tovább. De ez még mind semmi. Detroitban megnő a tömegkatasztrófák száma. Kétszer annyi tűz üt ki az elektromos hálózat meghibásodása következtében. Háromszorosára nő a gépkocsi balesetek száma. Kétszeresére nő az influenza halálozási száma. S ez még nem minden. Nő a természeti csapások száma Detroitban és környékén. Hirtelen forgószél és tájfun söpör végig a vidéken, ahol a 17. század óta nem tapasztaltak ilyet. Megnyílnak az ég csatornái és a Michigan tó, az Anterio, vagy hogyan is hívják azt a Detroit melletti tavat, kilép a medréből. No és így tovább, ebben a stílusban. Seféle kataklizmákra bármely városban, bármely vidéken sor kerülhet, ahova a zóna körzetéből költözött valaki, s a katasztrófák száma egyenes arányban van a letelepültek számával. S jegyezze meg, ilyen hatással csak azok az áttelepülők vannak, akik átélték magát a látogatást. A látogatás után születettek a baleseti statisztikára, semmiféle befolyással nincsenek. Ön tíz esztendőt élt itt, azonban a látogatás után érkezett ide, ezért magát a legnagyobb lelki nyugalommal letelepíthetnék akár a Vatikánba is. Mivel magyarázhatjuk ezt? Miről kell lemondanunk? A statisztikáról? A józan észről? Valentin felkapta a konyakos poharat, s egy hajtásra kiitta tartalmát. Richard Noonan megvakarta a fületövét. Na, igen, jegyezte meg. Egyébként már hallottam ezekről a dolgokról, de az igazat megvalva, mindig azt gondoltam, hogy ezt egy kissé eltúlozták. Valóban, mindenható pozitivista tudományunk szemszögéből nézve. Vagy nézzük a zóna mutagén hatását, szakította félbe őt Valentin. Levette szemüvegét fekete, kissé vaksi szemével nónanra merett. Mindenki, aki elég hosszú ideig kapcsolatban van a zónával, fenotipikus és genotipikus változás szenved. Tudja, milyenek a stalkerek gyermeke is tudja, mi a helyzet magukkal a stalkerekkel. ért? Hol a mutagén faktor? A zónában semmiféle sugárzást nem észlelünk. Noha a zónában a levegő és a talaj kémiai szerkezete a magamódján sajátos, mégsem jelent mutagén veszélyt. Akkor mit tegyünk ebben az esetben, higgyünk talán a varázslatban? A szemmel verésben. Természetesen megértem a vívódásait, mondta Núnen. Mégis, az igazat megvalva, engem az életre kelt halottak sokkal inkább foglalkoztatnak, mint a statisztikai adatok. Annál is inkább, mert a statisztikai adatokat sohasem láttam, halottból viszont láttam eleget. Valentin könnyelműen legyintett. Á, a maga halottai, teszte. Ide figyeljen, Richard, nem szégyelli magát. Először is azok egyáltalán nem halottak. Múi! kitömött bábuk. Vagy, ha jobban tetszik, nevezheti őket biorobotoknak. Kiborgoknak. É? Az idegen értelem, hogy kimerítő információkat szerezzen a Föld lakóiról, Android-jellegű robotokat készített a csontvázak rekonstrukciója alapján. Tetszik ez a magyarázat magának? Biztosíthatom, működésük alapelveit tekintve ezek az élő holtak ő semmivel sem meglepőbbek, mint az örök akkumulátorok. Csupán arról van szó, hogy az ízék, így a termodinamika első alapelvét sértik meg, a halottak pedig ő a másodikat. Nos, ez az egész különbség. Bizonyos értelemben mindnyájan barlangi ősemberek vagyunk. Közben pedig az oké okozati elv megsértése jóval szörnyűbb, mint látomások és kísértetek egész csordája. Rubinstein összes szörnyetege, vagy Tám Wallensteiné. Frankensteiné. Igen, persze. Frankensteiné. Mada meseli. A költő hitvese. Lehet, hogy a lánya. Hirtelen elnevette magát. A maga halottainak van egy figyelemreméltó tulajdonsága, az autonóm életképesség. Például levághatja a lábukat, a láb magától fog járni, vagyis nem járni, természetesen, hanem létezni. En. Egy múmia lába mondta Núnen, s az órájára pillantott. Nem kellene már hazatérnünk, Valentin. Nekem ma még dolgom van. Menjünk, mondta Valentin, s hasztalan próbált a szemüvegét az orrára illeszteni. Fúj, Richard, maga leítatott engem, két kézbe fogta szemüvegét, s nagy igyekezettel a helyére ültette. Kocsival van. Igen, elviszem. Fizettek, s a kiárathoz indultak. Valentin még egyenesebben tartotta magát, mint szokta, s egyre másra nagy lendülettel a halántékához emelte ujját, így üdvözölte az ismerős laboránsokat, akik érdeklődve és csodálkozva figyelték a fizikus világ bálványát. Közvetlenül a bejáratnál, ahol üdvözölte a portást, akinek ragyogó mosolyárat szét arcán, leverte a szemüvegét, s egyszerre hárman ugrottak, hogy elkapják. Fúj, Richard, dünnyögte Valentin, miközben bemászott a pözsóba. Maga istentelenül leítatott engem. Ezt így nem szabad, az ördög vinni. Kényelmetlen. Holnap kísérletem van. Tudja, érdekes dolog. Neki fogott, hogy elmesélje a másnapi kísérletet, azonban folyton viccekre tért áts, egyre azt ismételte. Ő leitattak. Az ördög vinni! Én únön elvitte az intézet lakótelepéres átadta a feleségének, aki a férje láttán vidáman méltatlankodott. Vendégek? É. Á, bojde professzor. Nagyon örülök. Mi most? Egy. Hol van Richard? Nunan ezt már a lépcsőn lefelé vágtatva hallotta. Hiszen ők is félnek, gondolta, s ismét beült a pözsójóba. Félnek, félnek a tojásfejűek is. Igen, ennek így kell lennie. Természetes, hogy ők külön-külön is jobban félnek, mint mi, közönséges halandók együttvéve. Hiszen mi csupán egy kukkot sem értünk, ők viszont tudják, hogy milyen mértékben nem értenek semmit. Bámulják ezt a feneketlen szakadékot, s tudják, hogy óhatatlanul bele kell majd ereszkedniük. A szívük a torkukban dobog, mégis le kell ereszkedni, de hogy miképp ereszkedjenek le, mi van ott len, s ami a fő, ki tudnak-e jönni onnan. É, gyarló emberek pedig, úgymond, elfordítjuk a fejünket. Ide figyelj, lehet, hogy így van rendjén. Menjen csak minden a maga módján, mi pedig majd csak eléldegélünk valahogy. Helyesen mondta, az emberiség legnagyobb hőstette az, hogy eddig fennmaradt, továbbiakban is fenn kíván maradni. Mégis az ördög vinne titeket, mondta a jövevényeknek címezve. Miért nem tudtátok valahol másut megrendezni a pikniketeket? Például a holdon. Vagy a marson. Ugyanolyan közömbös alakok vagytok, mint mindenki, még ha meg is tanultátok, hogyan zsugorítsátok össze a teret. Lám! Szép kis pikniket rendeztetek. É, hogyan tudnék a legkönnyebben elboldogulni a saját piknikeimmel? Töprengett, s közben lassan kormányozta a pözsóját a fényesen megvilágított, nedves utcákon. Hogyan lehetne ezt az egészet ügyesen elintézni? A legkisebb ellenállás elve alapján. Mint a methanikában. Mi a fenére jó nekem az az istenverte mérnöki diplomám, ha képtelen vagyok kitalálni, hogyan járhatnék túl a legkönnyebben ennek a lábatlan hiénának az eszén. A ház előtt, ahol Redrick Schutzhart lakott, megállította az autót, egy ideig ült a kormány mögött, azt latolgatta, hogyan irányítsa a beszélgetést. Majd kihúzta az ehízét, kimászott az autóból, s csak ekkor vette észre, hogy a ház lakatlannak látszik. Szinte minden ablaka sötét volt, a játszótéren nem volt senki, még a lámpák sem égtek. Ez emlékeztette arra, hogy milyen látvány vár rá, s fázósan összehúzta magát. Még az is az eszébe jutott, hogy talán értelmesebb dolog lenne Redricket felhívni telefonon, s az autóban vagy egy csöndes sörözőben beszélgetni vele, de elhessegette magától ezt a gondolatot. Több oka volt rá. Különben is kötötte ki magának. Ne igyekezzünk hasonlítani azokra a szánalomra méltó alakokra, akik szétfutottak, mint a forró vízzel megégetett svábbogarak. Belépett a kapuajba, s komútosan felkapaszkodott a régen söpört lépcsőn. Körös körül halotti csend honolt, jó néhány a lépcsőházra nyíló ajtó félig, vagy tárva nyitva volt, s a sötét előszobákból áporodott nedvesség és porszag áradt. Megállt Redrick lakásának ajtaja előtt, haját a füle mögé simította, mélyet sóhajtott, s megnyomta a csengő gombját. Egy ideig csend volt az ajtó mögött, majd megcsikordult a padló, zárcsattant, csattant, s az ajtó halkan kinyílt kisé. Lépéseket azonban nem hallott. Majmocska állt a küszöbön. Redrick Schutzhart lánya. Az előszobából éles fény vetődött a félig sötét lépcsőházba, s az első pillanatban Nunön csak a kislány sötét körvonalait vette észre, s arra gondolt, milyen erősen megnyúlt az utóbbi néhány hónapban, de azután a kislány hátrább lépett az előszoba mélyébe, s Nunön meglátta az arcát. A torka egy szemvillanás alatt kiszáradt. Szervusz, Mária kezdte, s igyekezett minél kedvesebb lenni. Hogy vagy, majmocska? A lány nem válaszolt. Némáns teljesen hangtalanul hátrált az előszobába nyíló ajtóig, s gyanakodva méregette a férfit. Úgy látszik, nem ismerte meg. Az igazat megvalva, a férfi sem ismert rá. A zóna ő gondolta Núnen. É, ki az? Kérdezte gutas, kinézett a konyhából. Istenem, Dick. De rég láttuk. Tudja, hogy Redrick hazajött. Oda sietett hozzá, közben a vállán átvetett konyharuhában megtörölte a kezét. Még mindig szép, energikus és erős asszony volt, csak egy kissé soványabb lett, arca beesett, a szeme pedig talán láza van. Arcon csókolta az asszonyt, átadta neki esőkabátját és sapkáját, s így szólt. Hallottuk, hallottuk. Sehogy sem tudtam azonban elszabadulni és beugrani. Itthon van. Itthon mondta Guta. Van nála valaki. Bizonyára nem sokára elmegy, már régóta ott ülnek. Jöjjön be, Dick! Néhány lépést tett a szőnyegen s megállt a nappali ajtajában. Az öreg az asztalnál ült. Egy maga. Mozdulatlanul s egy kissé oldalt dőlve. A lámpérnyő rózsaszín fénye bevilágította széles, sötét arcát, melyet mintha egy öreg fa törzséből véstek volna ki, beesett, fogatlan száját, mozdulatlan, fénytelen szemét. Menjünk inkább a konyhába, javasolta sietve uta. Épp vacsorát készítek, egyúttal beszélgethetünk is. Igen, persze, egyezett bele nem vidáman. Milyen régen nem láttuk egymást. Átmentek a konyhába, Guta kinyitotta a hűtőszekrényt, Núnön pedig asztalhoz ülcs körülnézett. Mint mindig, most is ragyogó tisztaság volt, a fazekak fölött gőz kavargott. A tűzhely új volt, félautomata, tehát volt pénz a háznál. No és ő, hogy van? kérdezte Núnön. Ugyan, még mindig a régi felelte Guta. Lefogyott a börtönben, de most már összeszedte magát. Va. De még mennyire? – Mérges? – Hát, hogy ne! Ilyen marad már haláláig. Guta elétett egy pohár F. Blediméri T. az áttetsző fotkaréteg, mintha lebeget volna a paradicsomlé felett. – Nem lesz sok? – kérdezte az asszony. – Épp jó! Nú teleszívta levegővel a mellécs hunyorítva, lassan magába döntötte a keveréket. Jó ett. Eszébe jutott, hogy egész nap most először ivott valami komolyat. Ez már más dolog, mondta. Most már ki lehet bírni. Minden rendben. Kérdezte Guta. Miért került el ilyen sokáig bennünket? Az az átkozott hajsza ő védekezett nunen. Minden héten be akartam nézni, vagy legalább telefonálni, de először el kellett utaznom Rexopolisba, majd kitört egy botrány, Később ezt mondták. Én Redrick visszatért. Jól van, gondoltam, nem zavarok. Egy szóval, Guta, azt sem tudtam, hol áll a fejem. Néha megkérdem magamtól, ugyan minek hajtjuk így magunkat? Hogy pénzt keressünk? De mi a fenének kell nekünk a pénz, ha mást se csinálunk, mint hajtjuk magunkat? Guta födőkkel csörömpölt, Levett a polcról egy csomag cigarettát, s Nónannel szemben leült az asztalhoz. A szemét lesütötte. Núnön sietve előkapta öngyújtóját, tüzet adott neki, s ismét, életében másodszor észrevette, hogy a nő ujjai remegnek, épp úgy, mint amikor Redrick elítélése után Núnön eljött hozzá, hogy pénzt hozzon neki, kezdetben teljesen elanyátlanodott pénz nélkül, s a szemétlakók közül senki sem adott neki kölcsönt. Később azonban lett pénz a háznál, s úgy látszott, nem is kevés, s núnön sejtette, hogy honnan, de továbbra is járt hozzá, Majmocskának édességet és játékot hozott. Estéken át együtt kávézott gutával s tervezgette vele Redric későbbi sikeres életét majd. Végighallgatva a nőt, körbejárta a szomszédokat, hogy jobb belátásra bírja őket. Magyarázott, győzködött, majd végül türelmét veszítve fenyegetőzött. É hiszen róka visszatér, és akkor összetöri a csontjaikat nem segített semmi. Hogy van a barátnője? Kérdezte Guta. Mely? Hát az, akivel akkor eljött, az a szőke. Már hogy lenne a barátnőm? A gyorsírom volt. Férjhez ment és kilépett. Meg kellene nősülnie, Dick javasolta Guta. Akarja, hogy találjak magának mennyasszonyt? Núnön szokása szerint már-már azt válaszolta, ő majd, ha majmocska felnő, de idejében észbe kapott. Ez most már rosszul hangzott. Gyorsíróra van szükségem, nem feleségre, dörmögte. Hagyja ott ezt a vörösképű ördögfajzatot, s jöjjön el hozzám gyorsírónak. Hiszen nagyszerűen értett hozzá. Az öreg heris a mai napig emlegeti magát. Majmocska hangtalanul bejött, megjelent az ajtóban ránézett a lábosokra és Richardra, majd anyjához lépett, s arcát elfordítva hozzábújt. No, mi van, majd mocska? Kezdte vidáman Richard Numen. Akarsz csokoládét? Benyúlt mellénye zsebébes előhúzott egy áttetsző zacskóba csomagolt csokoládé autófigurát, s a kislány elé nyújtotta. A lány meg se moccant. Guta elvette a férfitól a csokoládét, s az asztalra tette. Hirtelen elfehéredett az ajka. Igen, Guta folytatta Núnen, ugyanolyan vidáman. Én pedig, tudja, el akartam költözni. Már meguntam a szállót. Először is, mégiscsak messze van az intézettől. Már szinte semmit nem ért abból, amit mondanak neki, felelt halkanguta, s a férfi elhallgatott, Két kézbe fogta a poharacs cél nélkül forgatta. Nem kérdezi, hogyan élünk folytatta az asszony, s helyesen teszi. Csak hogy Dick, maga régi barátunk, nincs titkolni valunk maga előtt. Különben sem tudnánk semmit eltitkolni. Orvosnál voltak? Kérdezte Núnen, anélkül, hogy felemelte volna a tekintetét. Enn. Tehetetek. Az egyik ráadásul azt mondta. Elhallgatott. A férfi is hallgatott. Nem volt mit mondania, s nem akart erre gondolni, de váratlanul szörnyű gondolat hasított belé. Ez invázió. Nem piknik az út szélén, nem felhívás kapcsolatteremtésre, hanem invázió. Képtelenek megváltoztatni bennünket, behatolnak hát gyermekeink testébe a saját alakjukra és kedvükre megváltoztatják őket. Hideglelés fogta el, de tüstént eszébe jutott, hogy már olvasott valami e féléről, egy fényes, rikító kötésű, puha fedelű könyvecskében, settől az emléktől megkönnyebbült. Fantáziálhatsz, amennyit csak akarsz. A valóság azonban mindig más, mint a fantázia. Az egyik orvos azt mondta, hogy már nem is ember szólalt meg uta. Ostobaság vetette ellen Tompán Nónen. Forduljon igazi szakemberhez! Forduljon James Ketterfieldhez. Akarja, hogy beszéljek vele? Elintézem, hogy fogadja. A mészároshoz. Az asszony idegesen felnevetett. Köszönöm, Dick, nem kell. Épő mondta ezt. Mit tehetünk a sors ellen? Amikor Noonan ismét összeszedte a bátorságát, s felemelte a tekintetét, majmocska már nem volt a szobában. Guta mozdulatlanul ült, ajkát kissé kinyitotta, tekintete üres volt, az ujjai között tartott cigaretta végén hosszú, ferde, szürke hamószlop nőtt. Ekkor a férfi a nő elé tolta a poharács, így szólt. Kedveském, keverjen még egy adaggal, s magának is. Eng! Guta leverte a hamut, tekintetével azt kutatta, hová hajíthatná a csikket, végül a mosogatóba dobta. De miért? E! Ez az, amit nem értek. Ugyan, mi rosszat tettünk? Hiszen voltakép nem mi vagyunk a legutolsók ebben a városban. Núnön arra gondolt, hogy az asszony mindjárt sírva fakad, de nem ez történt, Guta kinyitotta a hűtőgépet, elővette a fotkát és a paradicsomlevet, s még egy poharat vett le a polcról. Mégse keseredjen el, nyugtatgatta Núnön. A világon nincs semmi, ami ne lehetne segíteni. S higgye el nekem, Guta, nagyon magas kapcsolataim vannak. Megteszem, ami csak tőlem telik. Már maga is hitt abban, amit mondott, s fejében már sorra vette a neveket, kapcsolatait, a városokat, s már hitte, hogy hallott hasonló esetekről, melyekben állítólag minden szerencsésen végződött. Csak rá kell jönnie, hol volt ez, és ki kezelte a beteget. Ekkor azonban eszébe jutott. Miért jött ide? Eszébe jutott, lemcenúr, úr s az is, hogy miért barátkozott összegutával, s többé már nem akart semmire gondolni, mindent elhessegetett magától, kényelmesen helyet foglalt, elengedte magát, s várta, mikor hozzák oda az italát. Az előszobában ekkor csoszogó lépteket, kopogást hallott, és ezúttal különösen ellenszenvesen csendült fel keselyű barbridge orhangja. Éj, róka! Lám, valaki mégiscsak benézett az asszonyodhoz a gazember. Én a helyedben nem hagynám ezt annyiban. Én majd redrick hangját hallotta. Éj vigyázza a mankódra, kesejű. S ügyelj a nyelvedre. Itt az ajtó, ne felejts elmenni. Ideje már, hogy vacsorázzam. Barbridge, épp fúj, az úristenit már tréfálni sem szabad. Erre redrick, Éte te meg én már kitréfálkoztuk magunkat. És véje. Tűnés innen, de szaporán zárcsattant, s a hangok halkabbak lettek, nyilván mindketten kimentek a lépcsőházba. Barbridge félhangon mondott valamit, s Redrick felelt neki. É, elég, elég, megegyeztünk. Majd ismét Barbridge dörmögött, s Redrick éles hangon félbeszakította. Én megmondtam is punktum. Az ajtó becsapódott, gyors léptek kopogtak az előszobában, s a konyha küszöbén megjelent Redrick sucharc. Núnön felállt, hogy elébe menjen, s keményen kezet szorítottak egymással. Tudtam, hogy te vagy az, Keszter miközben zöld szemével gyorsan végigmérte Nónant. Ó, de kigömbölyödét él, pufi! Bárokban növeszted a tokádat egyre. Ohó! Látom, vidáman töltitek itt az időt. Guta, öreg lány, adj nekem is egy adaggal, utol akarlak érni. Ugyan még el sem kezdtük szabadkozott Núnen. Alig kezdtük el. Téged úgy se lehet megelőzni. Redrick élesen felnevetett, öklével Núnen vállára csapott. Most majd megnézzük, ki ér utol, ki kit előz meg. Haver, két évig böjtöltem, egy egész medencét kellene kiinnom, hogy utolérhesselek. Menjünk, menjünk, mit ülünk itt a konyhában? Guta, hozd a vacsorát! Belebújt a hűtőgépbe, majd kiegyenesedett, mindegyik kezében két különböző címkéjű üveget tartott. Mulatunk egyet. Jelentette ki. Legjobb barátom, Richard Noonan tiszteletére, aki nem hagyja magára barátait a bajban. Bár ebből semmi haszna nincs. Ej, nincs itt suvix, de kár. Hívd fel, javasolta Noonan. Redrick megcsóválta vakító vörös fejét. Még nem vezették be hozzá a telefont, hogy hívhatnám fel. Na, gyerünk, gyerünk! Elsőként lépett be a nappalibas az üvegeket, nagy zajjal az asztalra állította. Mulatni fogunk, öreg! Mondta a mozdulatlanul ülő öregnek. Íme, Richard Noonen, a barátunk. Dick, ez az apám, az idősebb suchart. Richard Noonan rejtélyesen összehúzta magát, s száját a füléig húzva, tenyerét megrázta a levegőben, s ezt mondta. Nagyon örülök, Mr. Schutzhart. Hogy van? Hiszen mi ismerjük egymást, Red mondta az ifjabb Schutzhartnak, aki a bárszekrényben kotorászott. Egyszer már találkoztunk, igaz, csak futólag. Ülj le, szólt rá Redrick, s az öreggel szemben álló szék felé biccentett. Ha beszélni akarsz vele, beszélj hangosabban, egy kukkot sem hall. Szétrakta a poharakat, gyorsan kinyitotta az üveget, s így szólt Nónanhoz: Ő! Apusnak egy keveset, éppen csak nedvesítsd meg a poharat. Núnön ráérősen neki látott, hogy töltsön. Az öreg az előbbi testtartásban ült s a falat bámulta. Egy mozdulattal sem reagált arra, hogy Núnön felé tolta a poharat. Noonan már áthangolta magát az új helyzetre. Játék volt az egész, szörnyű és szánalomra méltó játék, melyet Redric kezdeményezett ső belement a játékba, mint ahogy egész életében más se tett, mint belement mások játékába, legyenek azok szörnyűek vagy szánalomra méltók, szégyen teljesek vagy vadak, s jóval veszélyesebbek, mint ez. Redric poharát emelve kijelentette, ő na mi van, bedobjuk. Snúnen a világ legtermészetesebb módján pillantott az öregre, Redric pedig türelmetlenül odakocintott a poharát Núnön poharához, s így szólt. I dobjuk be, dobjuk be, miatta ne izgulj, ő sem marad le. Éjes ekkor Núnön szintén a világ legtermészetesebb módján biccentett, s mindketten felhajtották italukat. Redric krákogott csillogó szemmel, még mindig ugyanazon a lelkes kisé mímelt hangon belekezdett. Vége, barátom! a börtön engem többé nem lát. Ha tudnád, kedvesem, milyen remek otthon lenni. Van pénzem, kinéztem magamnak egy remek villát, kertünk is lesz, nem rosszabb, mint keselyűé. Tudod jól, el akartam utazni innen, még a börtönben elhatároztam. Mi a csudának kell ez, gondoltam, minek üldögélek ebben a kis városkában. Ugyan, süllyedne el az egész gondolom, le a pokol fenekére. Hazatérek, szép dolog, megtiltották az elutazást. Mi az, támpestisesek lettünk ez alatt a két esztendő alatt. Csak beszélt és beszélt, Núnön pedig bólogatott, hörpölgette viskájécs együttérző káromkodásokat, szónoki kérdéseket szúrt közbe, majd faggatni kezdte a villáról, miféle villa, hol, mennyiért kínálják, s összevesztek rajta Redrickel. Núnön az bizonygatta, hogy a villadrága drága és rossz helyen van. Előhúzta jegyzet füzetét, lapozni kezdett benne. Sorolta azoknak az elhagyott villáknak a címeit, melyeket fillérekért kínálnak. Tatarozásuk pedig igazán fillérbe sem kerül, ha beadja a kérelmet, hogy elutazik a városból, amire a hatóságoktól nemleges válasz kap, s ezért kártérítést kér. Látom, hogy már ingatlannal is foglalkozol, jegyezte meg Redrick. Egy kicsit mindennel foglalkozom, felelte Noonan és kacsintott. Tudom, tudom, hallottam a spekulációidról. Noonan kimeresztette szemét, ujját ajkához emeltes a konyha felé biccentett. Ugyan, erről mindenki tud intette le Redrick. A pénznek nincs szaga. Ezt most már pontosan tudom. De hogy colost magadhoz vetted irodavezetőnek, majd megszakadtam a röhögéstől, amikor meghallottam kecskére bíztad a káposztát. Hiszen dilinkós a fickó, gyerekkora óta ismerem. Ekkor az öreg merev mozdulattal, mint egy hatalmas baba, felemelte a térdéről a kezét, s kemény koppanással az asztalra ejtette, a pohár mellé. Keze sötét volt, kékes fényű, egymáshoz feszülő ujjai tyúklábra emlékeztettek. Redrick elhallgatott, s rápillantott. Az arcán rángás futott végig, s meglepődve vett észre ragyás, ragadozóképén igazi, hamisítatlan szeretetet és gyöngétséget. Igyon, apus, Igyon csak biztatta Redric gyöngéden az öreget. Egy keveset szabad, Igyon az egészségére. Semmi vész, súgta oda folytott hangon, Nónannek s cinkosan rákacsintott. Eléri az öreg a poharat, nyugodj meg. Miközben az öreget bámulta, Nónön visszaemlékezett rá, mi történt akkor, amikor Boyle laboránsai megjelentek, hogy elvigyék ezt az élő halottat? Ketten voltak, mindketten fiatal, izmos fickók, sportemberek s ehhez hasonlóak, s volt velük egy orvos a városi kórházból, két szanitéc kísérte, durva, behemót alakok, akik hozzászoktak a hordát cipeléséhez és a dühöngő betegek lecsillapításához. Később az egyik laboráns elmesélte, hogy ez a egy rókaképű éj először, mintha nem értette volna, miről van szó. Beengedte őket a lakásba, s hagyta, hogy megvizsgálják az apját. Az öreget nyilván nyugodtan el is vihették volna, mert úgy tűnt, Redrick azt hiszi, hogy az öreget kórházba viszik gyógykezelésre. A balfácán szanitécek azonban, akik a beszélgetés közben az előszobában ácsorogtak s gutát bámulták, ahogy a konyhában mosogatott, amikor odaszóltak nekik, megragadták az öreget, akár egy gerendát, cipelni kezdték s lejtették a padlóra. Redric dübegurult. Ekkor viszont elé állt a balfácán orvos, s körülményesen magyarázni kezdte, mit, hová és miért. Redrick egy, vagy talán két percig hallgatta, majd minden előzetes figyelmeztetés nélkül robbant, akár egy hidrogénbomba. A laboráns, aki mindezt elmesélte, maga sem tudja, hogyan került ki az utcára. A vörhenyes sátánfajzat mind az ötüket lehajította a lépcsőn, mi több, egyikőjüknek sem engedte, hogy a saját lábán magától távozzék. A laboráns szerint mind az öten úgy repültek ki a főbejáraton, mint akiket puskából lőttek ki. Ketten a járdán fetrengtek eszméletlenül, a többi hármat pedig Redrick vagy négy háztömbön átkergette, majd odament az intézeti autóhoz, beverte az összes ablakát, ő a kocsiban azonban már nem ült ott a sofőr, az ellenkező irányba oldott kereket. Nekem itt az egyik bárban egy új koktélt mutattak, mondta Redrick, miközben széttöltötte a viskáit. Lidérc kocsonya, így a neve, majd csinálok neked egyet, ha elmegyünk. Barátocskám, ez olyan ital, hogy üres gyomorra életveszélyes fogyasztani. Egyetlen adaktól megbénul kezed lábad. Akármit is akarsz, Dick, de ma jól leitatlak. Leitatlak és magam is berúgok. Emlékezni fogunk a régi szép időkre, a bors éra. Szegény Erni, tudod, hogy mind a mai napig csücsül? Ivott egyet, keze fejével megtörölte ajkát, s mint egy mellékesen megkérdezte. Mi a helyzet az intézetben? Még nem láttak neki a lidérckocsonya egy tanulmányozásának. Tudod, egy kisé elmaradtam a tudománytól. Nún öntüstént megértette, miért tereli a beszélgetést erre a témára. Összecsapta a kezét, s így szólt. Mit gondolsz, barátocskám? Tudod, miféle viccet művelt ez a egy kocsonya? Hallottál a Carrigan laboratóriumáról? Van egy ilyen boltocska. Nos, szereztek egy adag éj e kocsonyát. Elmesélte a katasztrófát, a botrányt, azt, hogy a végén nem tudták kideríteni, honnét szerezték a egy kocsonyát, mind a mai napig nem jöttek rá. Úgy tűnt, Redrick szórakozottan hallgatja, csettinketett a nyelvével, a fejét csóválta, majd újból töltött a poharakba, s ezt mondta, úgy kell nekik, a férgeknek, hogy dögölnének meg. Ittak, redritka az apjára pillantott, arcán ismét remegés futott végig, kinyújtotta a kezét, a poharat közelebb tolta a görcsösen egymásba fonódó ujjakhoz, melyek hirtelen szétnyíltak s az aljánál megragadták a poharat. Hát így a dolog majd gyorsabban megy magyarázta. Ga, üvöltötte el hirtelen magát. Sokáig éheztetsz még bennünket? A kedvedért igyekszik magyarázta Nónannek. Feltétlenül a kedvenc salátádat készíti el. Rák salátát már régóta tartogatta számodra. Láttam. No és, hogy mennek a dolgok az intézetben? Találtak valami új dolgot? Azt mesélik, hogy felétek már mindenütt automaták dolgoznak, de kevés a haszon belőlük. Nún ön neki látott elmesélni, mi újság az intézetben, s amíg beszélt, az öreg mellett az asztalnál egyszer csak megjelent majmocska, egy darabig állt, vékony, szőrös karját az asztalra helyezte, majd hirtelen, egészen gyermeki mozdulattal a hullaszerű öreghez bújcs fejét a vállára helyezte. S Núnön, miközben egyre fecsegett a zónának ezt a két különös termékét figyelte, arra gondolt, é Istenem, mi vár még ránk? Mi mindent kell még tenni az emberiséggel, hogy észre térjen? Lehet, hogy ez is kevés? Tudta, hogy kevés. Tudta, hogy milliárdok és milliárdok élnek, akik semmit nem tudnak, semmit nem is akarnak tudni, ha pedig megtudják, tíz percig rémüldöznek, s aztán folytatják, ahol abba hagyták. Leiszom magam, gondolta dühöngve. Pokolba Barbrit pokolba Lemchennel, pokolba ezzel az istenverte családdal. Leiszom magam, mit bámulod őket? Kérdezte halkan Redrick. Ne izgulj, ez nem árt neki. Sőt, ellenkezőleg azt mondják, hogy ezekből az élőhalottakból egészség árad. Igen, én is tudom, hagyta rá Núnöns egy hajtásra kiitt a pohara tartalmát. Belépett Guta, buzgón utasította Redricket, hogy ossza szét a tányérokat, s egy nagy ezüstálat tett az asztalra, nőnön kedvenc salátájával. Ekkor az öreg, mint aki észbe kapott, mintha dróton rángatták volna, egy mozdulattal kinyíló ajkához kapta a poharat. No, haverok, jegyezte meg Redrick lelkes hangon, most aztán csapunk egy igazi rumlit. Negyedik Redrick suthart, 31 éves. Az éjszaka folyamán a völgyben a levegő lehűlt, s hajnalra egészen hideg lett. A töltésen haladtak, a rozsdás sínek között, a rothadó talpfákon lépdeltek, s Redrick nézte, hogyan csillognak Arthur Barbridge bőrzekéjén a sűrűsödő köcsepjei. A suhanc könnyedén és vidáman lépdelt, mintha nem is lett volna mögötte a fárasztó éjszaka, az idegfeszültség, melytől mindeddig minden porcikája reszketett, a két borzasztó óra a kopár nyírkos csúcsán, amit kínzó félálomban töltöttek, egymásnak vetett háttal, hogy melegük legyen, Kivárva, amíg a heg zöld folyam, így körbefolyta a dombot és eltűnt a horhosban. A töltés két oldalán sűrű köd A köd időnként nehéz, szürke patakokban a sínekre ömlött, és ezeken a helyeken térdig jártak a lassan kavargó kotivalékban. Nedves rosdaszak terjengett, s a töltéstől jobbra rothamocsár szagárat. Körös körül a ködön kívül semmit nem lehetett látni, Redrick azonban tudta, hogy mindkét oldalon dimbes dombos síkság terül el, meddő bányákkal, a síkságon túl pedig a félhomályban hegyek húzódnak. S még azt is tudta, hogy amint felkel kell a napsa köd harmadként lecsapódik, valahol baloldalt meg kell, hogy pillancsa egy lezuhant helikoptertörzsét, elől pedig egy kis szerelvényt, s csak ekkor kezdődik el majd az igazi dolog. Redrick menet közben bedugta tenyerét háta és hátizsákja közé, és a zsákot feljebb lökte, hogy a héliumos ballon ne vágja a gerincét. Hű, de nehéz, a pokolba, hogyan fogok vele kúszni. Legalább másfél kilométert kell mászni. Jól van, sztókő, ne nyafogi, tudtad, hogy mire szánod el magad. Ötszázezer üti a markod az út végén, ennyiért igazán megizzadhatsz egy kicsit. Ötszázezer, szép kis falat, ugye? A pokolba velük, 500 ötszázezernél olcsóbban nem adom oda. S a pokolba, 30 ezernél többet nem adok kesejűnek. A taknyosnak, ennek a taknyosnak pedig egy fillért sem. Ha legalább a fele igaz annak, amit ez az öreg szemét mondott, akkor a taknyosnak semmi nem jár. Ismét Artur hátára meredt egy ideig hunyorogva nézte, milyen könnyedén lépdel át egyszerre két talpfát, a válla széles, csípője keskeny, s nővérére emlékeztető hosszú, holló haja léptei ütemére lebeg. Ő maga kéreskedett ide, ő gondolta komoran Redrick. Ő mba. Ugyan miért kéreskedett olyan elszántan? Egész testében reszketett, szemét könyv futotta el. Vigyen magával, Mr. Schutzhart. Többen is felajánlották, én azonban csak magával szeretnék, hiszen a többiek egy fabatkát sem érnek. Az apám, de hisz az apám most már képtelen megtenni. Redrick akaraterejét megfeszítve félbeszakította az emlékezést. Undorodott visszagondolni erre, s lehet, hogy éppen ezért értek át gondolatai Artur húgára. Egyszerűen felfoghatatlan. Micsoda pompás nő, egy évszázadon át tudnád babusgatni. Valóban azonban semmit nem ér, csalás az egész, élettelen baba, nem asszony. Olyan, mint anyja kötött kabátkáján a gombok, emlékszik, olyan borostyán színűek, É tetszőek, aranyos színben játszók, a legszívesebben a szájába dugta volna, hogy szopogassa őket. És ő szopogatta őket, de minden alkalommal szörnyen kiábrándult, s minden alkalommal elfeledkezett csalódásáról, nem is annyira elfeledkezett róla. Inkább nem akart hinni önnön emlékezetének, amikor ismét megpillantotta a gombokat. Lehet, hogy a papája küldte hozzám, gondolta arturról. Nézd csak! mekkora ágyú meredezik a hátsó zsebében. Nem, alig ha. Kesejű ismer engem. Kesejű tudja, hogy velem nem jó tréfálni. És tudja, milyen vagyok a zónában. Nem, ostobaság az egész. Nem ő volt az első, aki kérlelt, nem ő volt az első, aki könnyeit hullatta, mások még le is térdeltek. Ami pedig a mordájt illeti, az első alkalommal minnyájan hoznak magukkal. Az első és az utolsó alkalommal. Lehet, hogy ez lesz az utolsó útja. Ó, az utolsó legény. Hiszen hogyan is áll a dolog, kesejű, ez az utolsó. Igen, apus, ha megtudnád, mit tervelt ki, úgy elpáholnád mankóiddal a drágalátos fiacskádat, akit az ónától kikunyeráltál magadnak, éj hirtelen megérezte, hogy elő van valami, már nem volt messze, úgy 30-40 méterre. Áj! Szólt rá Arturra. A legény engedelmesen mozdulatlanná dermett. A reflexei kiválóak voltak, tüstént megdermett, felemelt lábbal, majd lábát lassan és óvatosan leengedte a földre. Redricka fiú mellé állt. A simpár itt érezhetően lefelé tartott, s teljesen a ködbe veszett. Sott! A ködben volt valami, valami nagy és mozdulatlan. Valami veszélytelen. Redrick óvatosan beszívta Orlikán a levegőt. Igen, veszélytelen. Előre jelentette ki halkans megvárta, amíg Artur tesz egy lépést, s utána indult. A szemes arkából látta Artur arcát, markáns profilját, vékony bajsza alatt tiszta arcbőrécs határozottan összeszorított ajkát. Derékig, majd nyakig belemerültek a ködbe, s néhány másodperc múlva egy bányácsilla ferde oldala meredezett előttük. Kész, mondta Redrick, s neki látott, hogy lehúzza hátizsákját. Ülj le ott, ahol állsz. Ő. Artú segített neki levenni a hátizsákot, majd egymás mellé telepettek a rozsdás sínre. Redrick kinyitotta a zsák egyik csatját, elővette az elemúziás csomagot meg egy kávés termoszt, s amíg Artur az élelmiszerrel teli batyut bogozgatta, s a szendvicseket rakosgatta szét a hátizsákon, belső zsebéből előhúzott egy kulacsot, lecsavarta a tetejét, s szemét lehunyva, lassan, néhányat kortyolt. Iszol egyet! Ajágatta, miközben tenyerével megtörölte a kulacs száját. Hogy neki bátorodj! Artúr sértődötten megrázta a fejét. Ahhoz, hogy bátorságot merítsek, nincs erre szükségem, Mr. Schutzhart mondta. Inkább kávét iszom, ha megengedi. Nedves itt, ugye? Nedves értett vele egyet Redrick. Elrejtette a kulacsot, választott egy szendvicset és rágni kezdte. Majd ha eloszlik a köd, akkor meglátod, hogy itt körös körül mocsár húzódik. Régebben annyi volt erre a szúnyog, hogy rágondolni is szörnyű. Elhallgatott és öntött magának kávét. A kávé forró volt, sűrű és édes, s most már az alkoholnál is jobban esett. Az otthons guta illata árad belőle. És nem csak egyszerűen gutái, de a hálóköntöst viselő asszonyi, aki álmából tért magához, ott van arcán a párna nyoma. Kár volt belekeverednem ebbe a dologba, ő gondolta. Eál! Mi a csudának nekem ez az ötszázezer? Talán bárt szeretnék venni rajta? A pénzre azért van szükség, hogy ne gondoljunk rá. Ez hes. Dick jól mondta. Hiszen az utóbbi időben nem is gondolok rá. Mi a fenének nekem ez a pénz? Van házam, kertem, marmondban nem maradsz munka nélkül. Keselyű átvert, mint egy kezdőt. Mr. Schutzhart szólalt meg hirtelen Artur s nézett. Maga komolyan azt hiszi, hogy ez a micsoda teljesíti az ember kívánságait. Ostobaság jelentette ki szórakozottan Redrick, s ajkához emelt pohárral a kezében mozdulatlanná dermett. Honnét tudod, miféle dologért megyünk? Artur zavartan elnevette magát, mind az öt ujját holló fekete hajába túrta, megcibált a sörényét, majd ezt mondta. Hát csak úgy, sejtettem. Már nem is emlékszem, mi volt, ami erre a gondolatra indított. No, először is, apám régebben állandóan erről az aranygömbről dünnyögött, az utóbbi időben azonban abba hagyta, s helyette gyakrabban járt magához, pedig tudom, maguk egyáltalán nem barátok. Akármit is mondott az öreg. Majd az utóbbi időben egyszerre olyan furcsa lett. Artur ismét elnevette magát, visszaemlékezett valamire s megcsóválta a fejét. Véglegesen pedig akkor értettem meg mindent, amikor a pusztaságon kipróbáltuk vele ezt a kis léghajót. Tenyerével megcsapkodta a háti zsákot, ahol a léggöm szorosra összehajtott burkalapult. Az igazat megvalva, én akkor kilestem magukat, s amikor megláttam, ahogy a kövekkel teli zsákot felemelik s a föld felett viszik, végképp világos lett számomra minden. A zónában az aranygömbön kívül szerintem semmi nehéz tárgy nem maradt harapott a szendvicsből, rákta, majd tele szájjal, töprengve megjegyezte. Csak azt nem értem, hogyan fogja ráakasztani, hiszen bizonyára síkos a felülete. a pohara fölött egyre a fiút nézte, s arra gondolt, hogy mennyire nem hasonlítanak, egymásra apa és fia. Nem volt bennük semmi közös vonás. Sem az arcuk, sem a hangjuk, sem a lelkük. Kesejűreket hangú volt, Hajbókoló, becstelen alak, de amikor erről beszélt, azt remekültette. Képtelenség volt nem figyelni rá. Róka mondta egyszer az asztalon áthajolva. Hiszen csupán ketten maradtunk, na és kettőnkre csupán egy pár lábjúcs az ráadásul a tiédő. Ugyan, kire vár ez, ha nem rád? Lehet, hogy ez a legértékesebb mindabból, ami a zónában van. Kié legyen, mi? Csak nem hagyod ezekre a kényeskedőkre, meg a szerkezeteikre? Hiszen én találtam rá, én. Hányan odavesztek az úton a mieink közül? Mégis én találtam meg. Magamnak tartogattam. S most sem adnám oda senkinek, de látod, rövid már hozzá a karom. Rajtad kívül senkinek nem adnám. Hány tejfölös szájút odacipeltem, egy egész iskolára valót, Tudod, számukra fedeztem fel, mégsem képesek rá, más fából faragták őket. Na, jól van, látom, nem hiszed. Nem hiszed, nem kell. A pénz a tied. Annyit adsz belőle, amennyit akarsz, tudom, hogy nem rövidítesz meg. Én pedig visszaszerzem vele a lábam. Visszaszerzem a lábam, érted? Hiszen az óna vette el a lábam, lehet, hogy ő is fogja visszaadni. Micsoda? Kérdezte Redrick, miután magához tért. Azt kérdeztem, rágyújthatok-e, Mr. Schutthart? Igen, hagyta rá Redrick. Gyújt csak rá. Én is rágyújtok? Egy hajtásra kiitta a maradék kávét, elővette egy cigarettát és a ritkuló ködöt bámulta. Dilis is ő gondolta. Hiszen őrült. Láb kell neki, a tetőnek. A beszélgetések után lelkében valami érthetetlen utóíz maradt. S nem oszlott szét az idő múlásával, hanem éppen ellenkezőleg egyre gyűlt és gyűlt. Nem értette, mi az, de folyvást zavarta, mintha kesejű valamivel megfertőzte volna, de nem valamiféle ocsmánysággal, hanem éppen ellenkezőleg, talán erővel. Nem, nem erővel. Akkor hát mivel? Na jól van, nyugtatgatta magát. Nézzük akkor, tegyük fel, nem jöttem ide. Már mindent előkészítettem, a hátizsákom teleraktam, de történt valami, például lecsuktak. Rossz lenne? Nagyon is rossz. Biztos, hogy az lenne. Miért lenne rossz? Mert anyagi veszteségért. Ugyan, nem pénzről van itt szó. Az, hogy a zsákmány ezeknek a varangyoknak, krákogónak és colosnak marad? Igaz, ebben van valami. Bó! Mégis, mi közöm hozzá? Hiszen végül úgyis minden az ő markukba kerül. BRRR Artur megrázta vállát. A csontomig hatol. Mr. Schutthart, most már ad nekem egy kortyocskát. Redrick némán előhúzta a kulacsocs felé nyújtotta hiszen nem egyeztem bele azonnal, nyilalt belé hirtelen. Vagy húszszor elküldtem keselyűt egy bizonyos helyre, huszonegyedszer azonban mégiscsak beleegyeztem. Már nem volt erőm nemet mondani. Utolsó beszélgetésünk rövid és szerfölött tárcerű volt. Nagyszerű, róka. Tessék, elhoztam a térképet. Lehet, hogy mégiscsak megnézed? A szemébe néztem, a szemét pedig mintha hályok borítaná sárga, benne fekete pont, s ezt mondtam, gyerünk! Ész! Emlékszem, hogy akkor részeg voltam, egy álló hete ittam, s undor környékezte a lelkem. Az ördögbe egyre megy. Ha menjünk, hát menjünk. Mi a fenének vájkálok ebben tulajdonképp? Félek, vagy mi, összerezzent, a ködből hirtelen hosszú, bánatos csikorgás tört elő. Redrick felpattant, mint akit felrántottak, s ugyanígy felpattant artúr is. De már is csend lett, csak a lábuk alól kiguruló kavics darabok susogtak, miközben lefelé gurultak a töltés oldalán. Bizonyára az ért csúszott meg, suttogta bizonytalanul, nagy erőfeszítéssel artúr. Az ércel megrakott csillék, régóta állnak itt. Redrick merő nézett maga elé, semmit nem látott. Emlékezett. Éjszaka történt. Ugyanilyen bánatos, elnyújtott hang ébresztettes mozdulatlanná dermett, mintha álmodna. Csak hogy az nem álom volt. Majmocska kiabált, az ágyán ült az ablaknál, s a ház másik végéből válaszolt neki az öreg sucharc, ugyanilyen hosszan és csikorogva, csak valamiféle hörgéssel kísérve s mintha felelgettek volna egymásnak a sötétben évszázadokon, hosszú évszázadokon át. Guta tüstént felébredt, s kézen ragadta Redricket, a férfi érezte, hogy az asszony vállát verejték önti el, s így feküdtek száz és száz esztendeig s hallgatták a zajt. Amikor pedig majmocska elhallgatott s lefeküdt. Red még várt egy kicsit, majd felállt, lement a konyhába, s mohón felhajtott egy fél üveg konyakot. Ettől az éjszakától fogva kezdett inni. A kőzet magyarázta Arthur. Tudja, a kőzet idővel összetöpped. A nedvességtől például. Redrick Arthur elfehéredett arcára pillantott s ismét leült. A cigaretta kihullott ujjai közül s rágyújtott egy újra. Arthur még áldogált egy darabig, óvatosan forgatta fejét, majd ő is leült és halkan így szólt. Tudom, egyesek azt mesélik, hogy állítólag laknak a zónában valamiféle emberek. Nem jövevények, hanem éppenséggel emberek. Állítólag ott érte őket a látogatás, sők alkalmazkodtak, asszimilálódtak az új körülményekhez. Hallott erről, Mr. Schutzhart. Igen, felelte Redrick. Csak hogy ez nem itt történt. A hegyekben, innen északnyugatra. Pásztorok voltak. Tessék, ez az, amivel megfertőzött gondolta. A megszállott szágával fertőzött meg. Nos, hát ezért jöttem ide. Nos, erre van itt szükségem, és különös és új érzést töltötte el lassan a lelkét. Beismerte, hogy ez az érzés volt a kép egyáltalán nem nevezhető újnak, hogy már régóta megbújt valahol a májában, azonban csak most jött rá, hogy létezik, settől minden a maga helyére került s az, amit korábban ostobaságnak hitt, egy eszét vesztett öreg őrült lázámának, most élete egyetlen reményévőé, egyetlen értelmévé lett, mert csak most értette meg, az egész világon az egyetlen dolog, amilyen maradt, az egyetlen dolog, amiért az utóbbi hónapokban élt, az a csodába vetett remény. Ő pedig Ostoba Fajankó elhessegette ezt a reményt, sárba tiporta, kigúnyolta, elitta, mert ezt szokta meg, mert gyermekkorától fogva soha életében nem számított senki más segítségére, csak önmagára, mert gyermekkorától kezdve ez az önbizalom abban az összegben fejeződött ki, amit sikerült kiszakítania, kitépnie, kimarkolnia az őt körülvevő közönyös káoszból. Mindig így volt, s így lett volna a továbbiakban is, ha végül nem kerül bele ebbe a verembe, ahonnan már semmiféle összeg nem húzza ki, s ahol csak önmagában bízni a teljes értelmetlenség. Most pedig ez a remény, már nem is remény, de bizonyosság a csodában, a feje búbjáig elöntötte, s már azon csodálkozott, hogyan élhetett eddig ilyen vaksötét, kilátástalan homályban. Elnevette magát, s meglökte Artur vállát. Na, mi van? Stoke mondta. Élsz. Szoki hozzá, haver, ne szégyeld magad. Ez a zóna. Artúr csodálkozva ránézett, s bizonytalanul elmosolyodott. Redrick összegyűjertéje az összezsírozódott szendvicses papírost, a csille alá hajítottas könyökére támaszkodva a hátizsákjára heveredett. No, rendben, mondta. Tegyük fel, hogy ez a bizonyos aranygömb valóban létezik akkor mit kívánnál tőle? Tehát mégis hisz benne? Kérdezte Arthur. Ez nem fontos, hiszek, vagy nem hiszek. A kérdésemre felej. Egyszerre tényleg szívesen megtudta volna, ugyan mit kérne az aranygömbötől egy ilyen legényke, akinek még nem száradt meg a száján az anyatej, aki nemrég még diák volt, s vidám kíváncsisággal nézte, ahogy a homlokát ráncolja, bajszát babrájas felkapja, majd ismét lesüti tekintetét. Na, persze, apámnak lábat, szólalt meg Artur végül. Hogy otthon minden rendben legyen. Hazuc, hazuci jegyezte meg jó indulatúan Redrick. Haver, jól jegyezd meg, az aranygömb csak a legtitkosabb vágyakat teljesíti, csak azokat, amelyek, ha nem teljesülnek, akár a hurokba is dughatod a fejed. Arthur Barbridge elvörösödött, ismét Redrickre pillantott, azon nyomban lesütötte a szemét tetőtől talpig vörösbe váltott, még a könnyei is kicsordultak. Redrick elnevette magát. Minden világos jegyezte meg majdnem gyengéden. Rendben, ez nem az én dolgom. Ne kösd mások orrára a dolgaid, ekkor hirtelen eszébe jutott a pisztoly és arra gondolt, hogy amíg van idejük, mindent végig gondolhatnak, amit végig kell gondolni. Mi van a hátsó zsebedben? Kérdezte, amúgy mellékesen. Pisztolysz dünnyögte Artus beharapta ajkát. Minek az neked? Hogy lőjek vele. Vágta rá Artur kihívóan. Dobd el szólt rá szigorúan Redricks felült. Add ide. A zónában nincs kire lőnöd. Ide vele. Artur még akart valamit mondani, de elhallgatott, kezét a háta mögé dugta, érdes markolatánál fogva előhúzott egy katonai coltocsa csövénél fogva Redricknek nyújtotta. Redrick elvette a pisztolyt, a levegőbe hajította, elkapta s megkérdezte. Van kendőd? Ag ide, belecsavarom. Elvette Artúr zsebkendőjét, mely tiszta volt és kölni illatú, belecsavarta a, a csomagot a sínre helyezte. Heverjen egyelőre itt magyarázta. Ha az Isten is úgy akarja, visszatérünk s magunkkal visszük. Lehet, hogy valóban pisztollyal kell leráznunk az őröket. Bár az őrökkel lövöldözésbe kezdeni, haver. Artur megcsóválta a fejét. Nekem nem erre kellett, magyarázta bosszúsan. Csak egy töltény van benne. Arra az esetre, ha én is úgy járok, mint apám. Vagy úgy, nyújtotta el a szavakat Redrick, miközben merőn nézte társát. No, emiatt nem kell nyugtalankodnod. Mert ha veled is az történik, ami apáddal, akkor idáig magammal cipellek. Nézd csak, kivilágosodott. A köd a szemük láttára oszlott szét. A töltésem már egyáltalán nem volt belőle, lent a távolban azonban a tejszínű homály továbbra is megülte a tájat, habár oszladozott, a dombok kerek, borostás csúcsai kibukkantak belőle, Közöttük pedig itt -ott már látni lehetett a poshatmocsár himlőhelyes felszínét, melyet ritka és csenevész fű borított. A látóhatár peremén, a dombokon túl élénk sárgán billantak fel a hegytetők, a csúcsok felett világosan és kéken ragyogott az égbolt. Arthur a válla fölött hátra pillantott, s lelkesültem felkiáltott. Redritx szintén hátra nézett. Keleten a hegyek feketének tűntek. Felettük pedig ott lobogott és villogott az ismerős marakcínű hajnalpír, a zóna zöld pírkadata. Redric deréksziát megoldva így szólt. Nem akarsz megkönnyebb ülni? Vigyázz! Később sem hely, sem idő nem lesz rá. Egy csille mögé lépett, leguggolt a töltésens köhécselve figyelte, milyen gyorsan hálni ki. Önti el fény a zöld hajnalpírt, a nap narancsszín karimája előbújik a hegerinc mögül s a dombok felől rögtön lilás árnyak nyúltak el, minden élesen, domborúan rajzolódott ki, mindent úgy látott, mintha a tenyerén lenne, s közvetlen maga előtt. Úgy 200 méterre, Redrick megpillantott egy helikoptert. A helikopter nyilván egy-egy szúnyogpilis éj egy kellős közepébe zuhant, segésztörzse bádok palacsintává lapult, csupán a farka maradt egészben, rotorja könnyű szélben élesen nyikorogva forgott. A pilis úgy tűnt, nagy erejű volt, a gép ki sem gyulladt, s a szétlapult bádog világosan kirajzolódott a királyi légierő vöröses jele, amelyet Redrick már ki tudja, hány éve nem látott, s már el is felette, milyen. Redrick, miután elvégezte szükségét, visszatért a hátizsákhoz, elővette a térképet, s kiterítette a csillében levő egybeolvadt érthalomra. A külszíni fejtést innen nem látta. Eltakarta egy domb, melyen egy megfeketedett, üszkös fa állt. Ezt a dombot jobbról kellett kikerülniük, át a völgyön, mely közte és a másik domb között húzódott. A másik dombot is látta, teljesen kopár volt, lejtőjét szürkésbarna kőzet borította. Minden tájékozódási pont megegyezett, Redrick azonban nem érzett elégedett széget. Sok éves stalker ösztöne kategorikusan megtiltotta, elvetette a gondolatot, mely egyben értelmetlennek és természetellenesnek is tűnt, hogy két közeli emelkedés között vágjon ösvényt magának. Rendben, gondolta Redrick, majd meglátjuk. Ott a helyszínen, a bemélyedésig az ösvény egy mocsáron keresztül vezetett, sima, nyílt terepen, ami innen veszélytelennek látszott. Azonban amikor jobban szemügyre vette, Redrick a száraz fűcsomó között egy sötét szürke foltot vett észre. A térképre pillantott. Egy kereszt állt a papíron, s gírbegurba betűkkel ezt vésték mellé, és szányi. Az ösvény piros pontozott vonala a keresztől jobbra haladt el. A gúny nevet mintha ismerte volna, azonban hogy ki volt szányi, hogy nézett ki és mikor járt erre, Redrit képtelen volt visszaemlékezni rá. Csupának egy bors, és füstbe borult termei jutottak eszébe, részeges és vadpofák, poharatszorító hatalmas, vörös mancsok, mennydörgészszerű hahota, szélesre tárt, sárga agyaras pofák, titánok és óriások fantasztikus csordája, akik itatásra gyűltek össze. Ez volt gyermekkorának egyik legvilágosabb emléke az első látogatás egybors ígyban. Mit is vittem akkor oda? Azt hiszem, egy egy korongot egyenest az ónából állítottam be, csatakosan, éhesen, eszelősen, vállamon a zsákkal bezuhantam ebbe a kocsmába. A zsákot nagy robajjal a földre hajítottam Ernest pultja előtt, s dühöttem vicsorogva körbenéztem. Tűrtem a gúnyolódások dübörgő sortűzét. Megvártam, amíg Örniszt, aki akkor még fiatal volt, s mindig csokornyak kendőt viselt, leszámolt nekem néhány zöld halút. Nem, akkor még nem zöld hasút, akkor még szögletes, királyi pénz volt forgalomban, szigorú külsejű amazon volt rájuk nyomva, köntösben és koszorúval. Vártam egy darabig, a pénzt a zsebembe rejtettem. Majd önmagam számára is teljesen váratlanul lekaptam egy sörös a pultról, s teljes erőből a legközelebb hahotázó pofába vágtam. Redrick elnevette magát, s arra gondolt. Lehet, hogy éppen szányi volt az? Hát átkelhetünk két domb között. Kérdezte Artur folytott hangon Redrick füléhez hajolva. Mellette állt szintén a térképet vizsgálgatta. Majd ott meglátjuk, felelte Redrick. A térképen még két kereszt volt az egyik a dombötetőn, ahol a fa állt, a másik a köves töltésen. Uszkár és a pápa szemes. Az ösvény lent, közöttük haladt el. Majd ott meglátjuk, ismételte, összehajtotta a térképet és zsebre dugta. Végignézett Arturons kiadta az utasítást. Add fel a hátamra a zsákot. Menjünk tovább, ahogy eddig mondta, megrázva a hátizsákocsa kantárját kényelmesen eligazította. Előre mész, hogy állandóan a szemem előtt légy. Ne nézz hátra, de hegyezd a füled. A parancsom törvény. Jól jegyezd meg, sokat kell majd kúsznunk, eszedbe ne jusson, hogy félj a sártól, ha pedig utasítlak, szó nélkül nyomda képed a pocsolyába. Igen, és gombold be a zekédet. Kész vagy? Kész, felelte Artur Tompán. Rendkívül ideges volt. A piros posgás volt eltűnt arcáról. Az első irány tessék. Redric tenyerével hevesen a legközelebbi dom felé intett, mely vagy száz lépésre volt a töltéstől. V. Gyüng! Artur görcsösen sóhajtott, s a sínen átlépve, oldalazva ereszkedni kezdett lefelé a töltésen. Nagy zajjal kavics darabok zúdultak utána. Óvatosabban, óvatosabban szólt rá Redrick. Óvatosan eredt a fiú nyomába, lábizmaival gyakorlottan egyensúlyozta a nehéz hátizsákot. A szemesarkából pedig egyre Artúrt figyelte. Fél a legényő gondolta. Jól téi. Nyilván a rossz előérzet. Ha olyan finom az érzéke, mint az apjáé, akkor előre megérzi. Ha tudnád, kesejű, hogyan alakultak a dolgok. Ha tudnád, kesejű, hogy ezúttal hallgattam rád. Hanem itt, róka, egymagad nem jutsz át. Akarod vagy nem, valakit magaddal kell vinned. Adhatok neked valakit a tanítványaim közül, akit nem sajnálok. Ábélt. Életemben először egyeztem bele ilyesmibe. No, semmi baj ő gondolta. Lehet, hogy mégiscsak megússzuk. nem vagyok kesejű, lehet, hogy kiügyeskedünk valamit. Áj szólt rá Arturra. A legény megállt a bokáig érő rostás vízben. Amíg Redrick mellé ereszkedett, a mocsár térdig beszívta. Látod azt a követ? Kérdezte Redrick. Ott a dombalat hever. Gyerünk, másszunk ki rá. Artur előre indult. Redrick tíz lépésre előre engedte, s a nyomába erett. Az ingovány cuppogott és bűzlött a lábuk alatt. Halott mocsár volt, se muslincák, se békák nem voltak benne, még a füzes is kiszáradt és elrohadt. Redrick szokása szerint körbepillantgatott, egyelőre úgy tűnt, hogy minden nyugodt. A domb lassan közeledett, a nap még lejjebb csúszott, majd betöltötte az égbolt egész keleti felét. Redricka kőnél a töltés felé fordult. A töltést fényesen megvilágította a nap, tíz csilléből álló kis szerelvény állt ott, egy részük lecsúszott a sínekről oldalára fordulva hevert, a töltést a kiszóródott ért vörhenyes csorgás nyomai borították. Távolabb pedig, a fejtés irányában, a szerelvénytől északra, a sínek felett a levegő zavarosan rebegett szivárványosan csillogott, apró tüzecskék villantak fel s hunytak ki felette. Redrick nézte a remegést, kiköpött, de szája kiszáradt, s tehetetlenül elfordult. Tovább mondta, s Artur felé fordította feszült arcát. Ott az a rongyé, látod. Na, nem arra nézel. Ott, jobbra. Igen, felelte Artur. Nos, valaha ez volt szányi. Régen volt. Nem hallgatott az idősebbek szavára, s most ott fekszik, pont azért, hogy a bölcseknek mutassa az utat. Vedd az irányt két ujjnyira jobbra ettől a szányitól. Megvan. Bemérted a pontot? Na, körülbelül ott, ahol a füzes egy kissé sűrűbb. Erigy oda. Gyerünk! Most a töltéssel párhuzamosan haladtak. Minden lépéssel kevesebb lett a víz a lábuk alatt, s hamarosan már száraz, rugalmas zsombékon lépdeltek. A térkép szerint itt mindenütt egybefüggő mocsár van, gondolta Redrick. A térkép elavult. Régen nem járt Barbridge erre, ezért is avult el. Ez baj. Természetesen a száraz hely sokkal kellemesebb, azonban jobb lenne, ha itt mocsár volna. Nézd csak, milyen peckesen lépdelő gondolta Arturról, mintha a főutcán sétálna. Artur szemmel láthatóan jobb kedvre derült, s most már nagy léptekkel haladt. Egyik kezét a zsebébe dugta, a másikkal vidáman hadonászott, mintha csak sétálna. Redrick ekkor végig tapogatta a zsebét, kiválasztott egy körülbelül 20 grammos csavaranyát, s rövid célzás után a legény fejéhez vágta. A csavar egyenest Artur tarkójához csapódott. A fiú fejjajdult, fejét két kezébe fogta, összegörnyedt a száraz fűre zuhant. Redrick megállt fölötte. Nos, erre felé ez is előfordul, Artied jegyezte meg kioktatólag. Ez nem korzó, s te nem flengálni jöttél ide velem. Artúr lassan feltápászkodott. Az arca halásápat volt. Minden világos? Kérdezte Redrick. Artúr nyelt egyet s bólintott. Nos, akkor jól van legközelebb pedig a képedre kapsz. Ha még élni fogsz. Gyerünk! Pedig a legénykéből derék sztókö válhatna, gondolta Redrick. Bizonyára piperkőcnek hívnák. Piperkőc artie. Volt már nálunk egy piperkőc, Dicksonnak hívták, most azonban ürgének gúnyolják. Az egyetlen sztókő, aki beleesett a húsdarálóba, s mégis életben maradt. Szerencséje volt. Ő pedig, a csodabogár, mind a mai napig azt hiszi, hogy Barbridge húzta ki a húsdarálóból. Egy fenét. A húsdarálóból senkit nem húzol ki. A zónából ő vitte ki, ez igaz. Elkövetett Barbridge egy ilyen dicsőtettet. Csak hogy próbálta volna nem kivinni. Már mindenki unta a piszkos ügyeit, s a haverok egyenest a képébe mondták. Jobb, ha egyedül vissza se térsz hiszen éppen akkor kapta Barbridge a keselyű gúny nevet, addig igáslónak csúfolták. Redrick balarcán hirtelen alig felfogható légáramlatot érzett, s mielőtt még bármire is gondolhatott volna, elkiáltotta magát. Áj! Bal felé nyújtotta a kezét. A levegő áramot arra jobban érezte. Valahol közöttük és a töltés között egy ej egy szúnyogpilis ej terült el, de az is lehet, hogy magán a töltésem volt, nem véletlenül siklottak ki a csillék. Artur állt, mint akinek földbe gyökerezett a lába, s meg sem fordult. Tarts egy kis jobbra. Ó, igen, derékstó köválna belőle. Ej, sucharc, mi az, tán sajnálod őt? Még csak az kellene. Hát téged sajnált valaha is valaki? Azért akadt, aki sajnált. Kirill sajnált, Dick Noonan sajnál. Igaz, lehet, hogy nem annyira engem sajnál, mint inkább Gutához vonzódik, de az is lehet, hogy sajnál is, ez a kettő rendes embereknél nem zárja ki egymást. Csak nekem nincs kit sajnálnom. Ilyen a választásom. Vagy, vagy életében először látta teljes határozottsággal maga előtt ezt a választást. Vagy Artie, vagy az én majmocskám s választani sem volt mit, világos ügy. Persze, ha a csoda egyáltalában lehetséges, súgta egy hang belülről, s rémülten és ingerülten folytotta el magában ezt a hangot. Elhaladtak egy szürke rongykupac mellett. Szányiból semmi sem maradt, csak távolabb feküdt a kiszáradt főben egy hosszú, teljesen összerosdásodott bát az aknakereső egy darabja. Akkoriban sokan használtak aknakeresőt, úgy bíztak benne, mint magában az Úristenben. Azonban néhány nap alatt egymás után egyszerre két sztóköp el velük, föld alatti szerkezetek ölték meg őket. S mintha elvágták volna. Mégis, ki volt Szányi? Kesejű vezette őt ide, vagy magától jött? S mi vonzotta minnyájukat ehhez a bányához? S miért nem hallottam erről semmit? Az ördögbe, hogy süt a nap. Már korán reggel mi lesz még később. Artur, aki öt lépéssel előtte haladt, felemelte kezét s letörölte homlokáról az izzadságot. Redrick a napra sandított. A nap még alacsonyan járt. Hirtelen rádöbbent, hogy a száraz fű a lába alatt már nem úgy zizeg, mint eddig, hanem mintha csikorogna, akár a burgonyaliszt, már nem szúrós és kemény, mint korábban, hanem puha és remegő szétszóródott a csizmája alatt akár a pernye. Meglátta Artur világosan kirajzolódó lábnyomát, a földre vetette magát, s így kiáltott. É feküdj! A fiú arccal előre a fűbe dobta magát, s a fűpor ráomlott az arca alatt, s dühében a fogát csikorgatta, hogy ekkora pece van. Feküdt, igyekezett nem mozdulni, s még egyre azon ábrándozott, hogy talán túl lesz rajta, jól lehet tudta, hogy most csapdába kerültek. A forróság erősödött, ránehezedett, beburkolta egész testét, akár egy lepedő, amelyet forró vízbe áztattak, szemét veríték öntötte el, Sredrick megkésve kiáltott oda Artúrnak, nem mozogi. Tűri. Ső maga is tűrt. Ő kibírta volna, és minden csendben és rendben el is múlik, csak éppen Artúr nem állta ki. Talán, mert nem hallotta, hogy mit kiáltottak neki, vagy talán rettentően megrémült. De az is lehet, hogy őt jobban égette, mint Redricket, minden esetre többé már nem volt a maga ura. Svakon, torokból jövés jajveszékeléssel. Görnyettel rohanni kezdett arra felé, amerre az értelmetlen ösztön hajtottad vissza, éppen oda, ahová azután végképp nem kellett volna futnia. Redrit hirtelen felpattant, s mindkét kezével megragadta a lábát, a fiú teljes súlyával a földre zuhant, egész hamufelhőt vert maga körül, természetellenes vékony hangon felvisított, szabad lábával Redric képébe rúgott. Rángatózni és vergődni kezdett. Azonban Redrick, aki a fájdalomtól már alig látott, rámászott. Megégett arcát a fiú bőrzekéjéhez nyomva igyekezett lenyomni, mindkét kezével a földbe préselni Artúrt, miközben rángatózó fejét hosszú hajánál fogva tartotta, a cipője orrával és térdével vadul rugdosta a legény lábát, tomporát, a földet elmosódott nyögéseket és bőgést hallott maga alól, saját, reket hörgését, feküdj, feküdj, mert megöllek, felülről pedig bőven omlott rá a felizzott széntömeg, a ruha már lángolt rajta, bőre kirepedezett, lábán és oldalán vízhólyagok duzzadtak s fakadtak szét, s ő homlokát a szürke hamuba fúrva. Mellével görcsösen a földhöz szorította ennek az átkozott taknyosnak a fejét, majd nem tudta megállni, s teljes erőből felüvöltött nem emlékezett rá, mikor ért véget az egész. Csak azt vette észre, hogy ismét kap levegőt, a levegő ismét levegő lett s nem felizzott pára, mely a torkát égette, s azt mérlegelte, minél előbb el kell pucolnia ebből a pokoli, tüzes kemencéből, amíg újból rájuk nem borul. Lemászott Arturról, aki teljesen mozdulatlanul feküdt, a fiú mindkét lábát hóna alászorítva, szabad kezével magát segítve előre kúszott, tekintetét nem vette a vonalról, amelyen túl ismét fű kezdődött, halott, száraz, szúrós, de igazi fű, mely egyszerre az élet legnagyszerűbb tere lett, sercegett a hamu a foga között. Megégett arcát egyre másra megcsapta a forróság maradványa, a veriték a szemébe ömlött nyilván azért, mert sem szemöldöke, sem szempillája nem maradt. Artúrt maga mögött vonszolta, s mintha átkozott zekéje szánt szándékkal volna állandóan bele a földbe, leforrázott háta égett, a hátizsák pedig minden mozdulatára megpörkölődött tarkójához verődött. A fájdalomtól és a fullasztó melegtől Redric krémülten arra gondolt, hogy eltévesztette az irányt, s most már nem jut el odáig. A félelemtől szabad könyökével és térdével még keményebben dolgozni kezdett, Kiszáradt torkán a legundorítóbb szitkokat préselte ki, ami csak eszébe jutott, majd egyfajta őrült örömmel arra gondolt, hogy a belső zsebében egy majdnem telikulacs búvik meg, kedves barátnője, csak elérjen odáig. Na, még egy kicsit, gyerünk red, gyerünk róka, így, na még, még egy kicsit. Miután sokáig hevert, arcát és kezét a hideg, rozsdás vízbe nyomtas élvezettel szívta be a bűzös, rothat hideget a legszívesebben örökké így feküdt volna, mégis arra kényszerítette magát, hogy felálljon, térden állva ledobta magáról a hátizsákot, négy Négykézláb Artúrhoz mászott, aki vagy harminc lépésre az ingoványtól még mindig mozdulatlanul feküdt, s a hátára fordította az ifjút. Hát igen, csinos fiú volt. Bájos arca most sötét szürke volt, alvat vér és hamu keverékéből tapasztott állarcnak tűnt, Sredrick néhány másodpercig tompa érdeklődéssel nézegette az állarcon a hosszirányú barázdákat, a zsombékok és kövek nyomait. Majd feltápászkodott, megragadta Artúrt a hóna alatt, s a vízhez cipelte, a legény rekedten fújtatott, s néha felfelnyögött. Redrick arccal előre a legnagyobb pocsolyába lökte őt, mellé zuhant, s a nedves, hideg cirógatás ismét jól esett neki. Artúr bugyborékokat kezdett fújni, megmozdult, maga alá húzta a kezét s felemelte a fejét. Szeme kimerett, mohón kapkodta a levegőt, köpködött és köhécselt. Majd tekintete értelemmel telt meg s megállapodott Redricken. Fú, mondta és a sáros vizet szétfröcskölve megcsóválta a fejét. Mi volt ez, Mr. Schutzhart? A halál mondta alig hallhatóan Redrick, s köhögni kezdett. Megtapogatta az arcát. Á! Orra megdagadt, szemöldöke és szempillája viszont, bármilyen különös is volt ez, megmaradt, a kezén is épp volt a bőr, csak egy kissé megpirosodott. Tehát a tomporát sem égette egészen csontig, megtapogatta, nem, nyilvánvaló, hogy nem csontig, még a nadrágja is épp maradt. Mintha forró vízzel öntötték volna le. Új a hegyével Artúr óvatosan végig tapogatta arcát. Most, amikor a különös állarcot lemosta a víz, képe minden várakozás ellenére szinte teljesen rendben levőnek bizonyult. Néhány karcolás, kék folt a homlokán, alsó ajka felrepett, különben semmi különös nem történt vele. Még sohasem hallottam ilyesmiről szólalt meg Artur és hátrapillantott. pillantott. Redrit szintén hátranézett a szürke, elhamvat füvön sok nyom maradt, s Redrick meglepődött, milyen rövid is volt az a borzalmas, véget nem érő út, amit kúszva megtett, miközben a halál elől menekült. Alig 20-30 méter volt a kiégett kopár rész egyik végétől a másikig, vak félelemben őrült kanyarokat téve kúszott végig rajta, mint egy sváb bogára felforrósított serpenyőn, s még örülhet, hogy egyáltalán arra kúszott, amerre kellett, hiszen rákúzhatott volna egy szúnyogpilisre vízsbaloldalt, meg egyáltalán. Visszafelé is mehetett volna. Nem, ezt nem tettem volna meg, gondolta felbőszülten. Ez a tejfeles szájú talán megtette volna, én azonban nem vagyok tejfeles szájú, s ha nem lett volna itt ez az ostoba, akkor egyáltalán semmi nem történt volna, megégettem volna a fenekem, ennyi lett volna az egész. Arturra pillantott. Arthur prüszkölve mosakodott, köhécselt, fájó sebet tapogatta. Redrick felállt. Amikor hőségtől megkérgesedett öltözéke égett bőréhez ért, fájdalmasan összeráncolta homlokát, kitalpalt egy száraz helyres hátizsákja fölé hajolt. A hátizsák viszont tényleg megszenvedte az egészet. A felső csatok szőrén szálán elégtek, a kis házi patika üvegcséi elpattantak a hőségtől, s a megkeményedett foltból elviselhetetlen orvosság bűz áradt. Redric kikapcsolta a szíjat, neki látott, hogy kikaparja az üvegszilánkokat és a műanyag darabokat, ekkor a háta mögött megszólalt Artúr. Köszönöm önnek, Mr. Suchheart. Kihúzott a csávából. Redric hallgatott. Micsoda ökörség köszönet. A fene akart megmenteni. Én vagyok a hibás, ismerte el artúr. Hiszen hallottam, hogy azt parancsolja, hasaljak le, de rettenetesen megrémültem, s amikor megcsapott a hőség, egészen elvesztettem a fejem. Borzasztóan félek a fájdalomtól, Mr. Schuchart. Gyerünk, állj fel, mondta Redrick anélkül, hogy megfordult volna. Ez még csak a kezdet. Állj fel, mit heverészel. A fájdalomtól sziszegveredricka hátára vette hátizsákját, kezét a kantárba dugta. Úgy érezte, a megégett helyeken bőre összetöpörödött, fájdalmas ráncok futottak végig rajta. Fél a fájdalomtól. A pest is vinné el a fájdalmad. Körülnézett. Semmi vész, nem tértek le az ösvényről. Most jönnek a kis dombok. Utálatos kis dombok ott állnak meredeznek, akár az ördög búbja, s ráadásul ez a kis bemélyedés is ott van közöttük. Akaratlanul is beleszagolt a levegőbe. Ó, utálatos kis völgy! Nos, éppen ez a legutálatosabb az egészben. Látod a kis völgyet a dombok között? Kérdezte Artúrtól. Látom. Irány a völgy. Íné. Artúr tenyerének hátával megtörölte száját az orra alatt, s a tócsákban cuppogva előre indult. Sántított, s már nem volt olyan egyenes és karcsú, mint az előbb, meggörnyett, s most már óvakodva, nagy körültekintéssel lépdelt. Lám, még egyet kimentettem, gondolta Redrick. Hányadik is lesz ez Március? Őj! Haddi! Most pedig felteszem a kérdést, mi értelme volt? Ki ő nekem tán rokonom? Kezességet vállaltam, érte? Ide figyelj, róka, miért cipelted? Hiszen kis hián te is elpatkoltál miatta. Most világos fővel már tudom. Helyesen tettem, hogy cipeltem, mert nélküle nem boldogultam volna, olyan, mint egy túl cserébe majmocskáért. Nem egy embert, hanem a saját aknakutatómat cibáltam ki. A személyes aknaszedőm. Tolvaj kulcsom. Hanem ott, a forró helyen nem erre gondoltam. Cipeltem, mint a testvéremet, s eszembe sem jutott, hogy ott hagyjam, jól lehet mindenről elfeledkeztem, a tolvajkulcsról, majmocskáról. Mi az, tán kiderül, hogy voltakép jóra való fickó vagyok. Guta is ez bizonyítja, Kirill is ezt sugalta, Richard pedig folyvást erről rágja a fülem. Találtak egy jó tét Ugyan, hagyd ezt az egészet, szólt önmagára erre a jóságra semmi szükséged. Gondolkodni kell, utána pedig kézzel lábbal hadakozni. Hogy először és utoljára történjen, világos. Jóra való fickó. Óvnom kell őt a húsdaráló számára, gondolta hidegen és világosan. Itt mindenen át lehet jutni, kivéve a húsdarálót. Év. Áj szólt rá Arturra. Kis bemélyedés terült el előttük. Artur megállt, zavarodottan redrickre pillantott. A bemélyedés aját gennyeszölt színű, a napon zsírosan csillogó kotivalék borította be, felületéről könnyű pára emelkedett a magasba, a pára a dombok között besűrűsödött, s harminc lépésre már semmit nem lehetett látni. Bűz terjengett. Nem tudta, mi rothadt ebben a masszában, azonban úgy érezte, százezer záptojás, százezer halfejs döglött macska nem bűzlik úgy, mint amilyen bűz onnan áradt. Egy kis szag lesz ott, róka, de különösebben ne törődj vele, ne rezej be. Artur felkiáltott és hátrahőkölt. Amikor Redrick megszabadult bénultságától, sietve előhúzott a zsebéből egy vattacsomagot, amit desodorral itattak át, egy tamponnal betömte az orjukát savattát Artur felé nyújtotta. Köszönöm, Mr. Schutzhart, mondta halkan Artur. Felfelése, hogy sem kerülhetjük ki. Redrick némán hajon ragadta, s fejét a kötöltésen heverő roncsomó felé fordította. Ez volt a pápa szemes, mondta. A baloldali dombon, innen nem látni, uszkár fekszik. Új! Világos! Akkor előre! A kása meleg, tapadós és undorító volt. Először kiegyenesedve haladtak, derékig belesüllyedtek, a fenék a lábuk alatt szerencséjükre köves volt s meglehetősen egyenletes. Redrick nem sokára mindkét oldalról ismerős züngögésre figyelt fel. A baloldali, napsütésben, ragyogó dombon semmit nem lehetett látni, a jobboldali lejtőn viszont az árnyékban sápadt, lilás tüzecskék ugráltak. Hajói le ő adta ki fogai között a parancsot Redrick, ső maga is lehajolt. Mélyebben, hülye! Kiáltott a fiúra. Artur rémülten lekapta a fejét, s még ebben a pillanatban mennydörgésszerű robaj reszkettette meg a levegőt. Közvetlenül a fejük felett, őrült táncban, szerte ágazó villám rebbent végig, az égbolt háttere előtt alig lehetett észrevenni. Artur leguggolt, s a posványba merült. Redrick érezte, hogy a füle bedugult a dörrenéstől, megfordult, s a kőmorzsalék között az árnyékban megpillantott egy vörös, gyorsan olvadó pontot, s nyomban becsapódott a második villám is. E! E! Üvöltötte, s a saját hangját sem hallotta. Most már négy kézláb kaplattak, s csupán a fejüket dugták ki a levegőre. Redrick minden egyes kisülésnél látta, hogy Artur hosszú haja az égnek meredezik, s érezte, hogy ezertőű hatol arcán a bőrébe. E! Ismételgette monoton hangon. E. Már semmit nem hallott. Artur egyszer oldalvást felé fordult, s Redrick meglátta borzalomtól kimeredő szemét, melyel rásandított, remegő fehér ajkács moszattól zöld, izzadt nyakát. Aztán a villámok olyan laposan csapódtak be, hogy a fejüket is a posványba kellett dugniuk. A zöldes ragacs betapasztotta szájukat, alig kaptak levegőt. Redrick, miközben száján keresztül kapkodta a levegőt, kitépte orrából a tamponokat, s csak észrevette. A bűz váratlanul eltűnt, a levegőt friss, éles ózonillat járja át, a pára pedig egyre sűrűbb és sűrűbb lett körülötte, vagy lehet, hogy a tekintetelet homályosabb, más se jobbról. Se balról nem látta a dombokat, Artur zöldes sárral bemocskolt fején és a körös körül gomolygó, sárga párán kívül semmit nem látott. Oda jutok, oda jutok, gondolta Redrick. Nem először történik ez velem, egész életemben így volt. Nyakig a mocsokban, a fejem felett villámok, sohasem volt másképp. S honnan ez a töménytelen mocsok itt? Mennyi szenny, bele lehet bolondulni. Mennyi szenny egy helyen, az egész világ szennye ide folyt. Kesejű volt ő, gondolta haragosan. Kesejű járt erre, utána maradt -e ez. Pápa szemes innen jobbra harapott a fűbe. Uszkár balra, s mindezt azért tették, hogy keselyű áthaladhasson közöttük, s maga után hagyhassa ezt az ocsmányságot. Úgy kell neked, gondolta magáról. Aki keselyű nyomában jár, az mindig nyelheti a szart. Mi az, tán eddig nem tudtad ezt? Mindenütt így van. Túl sok van belőlük, az ilyen keselyű félékből, ezért nem marad számodra egyetlen tiszta hely sem, minden van rondítva. Núnen hülye, te, róka, Úgymond az egyensúly megbontója, a rend szétrombolója vagy, neked, róka, minden rendszerben rosszul fog menni a sorod, rossz rendszerben is rossz lesz, jó rendszerben is. A magad fajta miatt nem költözik le a mennyország a földre. Ugyan mit értesz ehhez, te dagadt. Ugyan mikor láttam jó rendszert? Mikor láttál te engem jó rendszerben? Egész életemben más se látok mint hogy a kirillek és a pápa szemesek elpusztulnak, s hulláik között az ilyen kesejű félék másznak előre, a hulláikon másznak át, mint a férgek, s egyre csak rondítanak, telerondítanak mindent. Megcsúszott egy, a lába alá került kövön, s feje a kása alá került, felbukkant, s közvetlenül maga mellett megpillantotta Artur eltorzult arcát, kimerett szemét, s egy pillanatra meghűlt benne a vér. Úgy érezte, hogy eltért az iránytól. De nem, nem veszítette el az irányt. Tüstént rájött, hogy arra kell menni, ahol az iszabból egy szikla áll ki. Rájött, noha a kis csúcson kívül mást nem látott a sárgás ködben. Áj! I... Üvöltötte el magát. Jobbra tartsz. A kőtől jobbra. Megint nem hallotta a saját hangját, s ekkor utolérte Artúrt, vállon ragadtas mutogatni kezdett. Haladja kőtől jobbra s le a fejjel ezért még megfizettek, ő gondolta. A kőnél Artur lebukott, s egy villám nyomban belevágott a fekete szikla csúcsba, csak úgy röpködtek a felizzott szilánkok. Ezért még megfizettek, ismét eltered, s a vízbe merülve teljes erejéből úszni kezdett. Fülében újabb villámcsapás dübörgött tompán. Ezért kirázom a lelketek. Es futólag arra is gondolt. Ugyan, kinek mondom ezt? Nem is tudom. Valakinek ezért mégis fizetnie kell, valaki ezért fizetni fog nekem. Megálljatok, jussak csak el a gömbig, én más vagyok, mint a keselyű, én a magam módján hajtom ezt berajtatok. Amikor süketen és kifacsartan, imbolyogva és egymásba kapaszkodva, hogy el ne kiértek egy száraz helyre, a naptól már izzó kőtörmelékre, Redrick megpillantott egy furgont. A festék lemállott a kocsiról, Tengejeire rogyott, s Redricknek homályosan eszébe jutott, hogy itt, emellett a roncs mellett kifújhatják magukat az árnyékban. Letelepek. Artura hátára feküdt, s erőtlen ujjaival nekifogott, hogy kigombolja zekéjét, Redric pedig hátizsákjával az autó oldalának dőlt, tenyerét úgy, ahogy megtörölte a kavicsokon, s a belső zsebébe nyúlt. Nekem is, szólalt meg Artur. Nekem is adjon, Mr. Schutzhart. Redrick meglepődött, hogy milyen erős ennek a fiatal legénykének a hangja, kortyolt egyet, lehunyta szemét, fülelte, hogyan csorog le az égető, mindent megtisztító folyadék a torkán, s hogyan árad szét a mellében, még egyet korkintott, s Artúrnak nyújtotta a kulacsot. Végre ő gondolta ernyetten. Átjutottunk. Ezen is átjutottunk. Most jön az összeg betűkkel. Azt hiszik, hogy elfelejtettem? Nem, mindenre emlékszem. Azt hiszik, hogy köszönetet mondok maguknak, hogy életben hagytak, nem folytottak meg. Egy fenét, nem köszönetet. Most minnyájuknak vége, világos. Semmit nem hagyok így. Most már én döntök. Én, Redric Schutzhart, józan észszel és világos emlékezettel dönteni fogok mindenben, s mindenki nevében. Magukból meg az egész pereputtyukból, keselyükből, szipojozókból, jövevényekből, colosokból, kvoderbladokból, élősködőkből, stekszesekből, reketorkúakból, nyakkendősökből és egyenruhásokból, Tiszta kezű aktatáskásokból, a beszédekből, jótékonykodásból, a munkaadókból, örök akkumulátorokból, örök mozgókból, szúnyogpilisből s az összes ígéretből elég volt, az orromnál fogva vezettetek, egész életemben az orromnál fogva vezettetek, én marha pedig egyre csak kérkedtem, hogy állítólag azt teszem, amit akarok, ti pedig csak bólogattatok, magatok közt pedig, szemetek. Csak kacsingattatok egymásnak s az orromnál fogva vezettetek, húztatok, vonszoltatok, börtönökön, kocsmákon át. Elég volt. Kikapcsolta a hátizsák válsziját, elvette Artur kezéből a kulacsot. Soha nem gondoltam, mondta Artur, hangjában szelíd értetlen véggel, még el sem tudtam képzelni. Persze tudtam halál, tűz, de ilyet. Mégis, hogyan jutunk ki innen? Redritk nem hallgatta, mit mond. Annak, amit ez az ember most mond, semmi jelentősége sincs. Korábban sem volt, de korábban mégiscsak embernek számított most azonban olyan, mint egy beszélő tolvajkulcs. Hat szövegeljen. Meg kéne mosdani, Artur gonterhelten körülpillantott. Legalább a képünk le kéne öblíteni. Redritx szórakozottan ránézett, meglátta összeragadt, kérgessé tapadt haját, megszáradt, iszappal bemázolt arcát, rajta ujjai nyomát, s végignézett a fiún, akit beborította repedezett sárréteg, s nem érzett sem szánalmat, sem haragot, nem érzett semmit. Beszélő tolvajkulcs. Elvadul. Csüggett, szabad térség terült el előtte, s olyan volt, mint egy elhagyott építkezés, hegyes kavics borította, fehér por lepte be, vakító napfény öntötte el, elviselhetetlenül fehér, forró és halott volt. Innen már látta a kőbánya távolabbi végét, mely ugyancsak vakítóan fehér, s ilyen messziről nézve tökéletesen sima és függőleges volt, közelebbi végét hatalmas kőtömbökből emelt töltés jelezte. A kőbányába ott lehetett leereszkedni, ahol a kőtörmelék között vörös foltként virított az exkavátor vezetőfülkéje. Ez volt az egyetlen tájékozódási pont. Egyenest feléje kellett venni az útját, s csak reménykedhetett a leghétköznapi szerencsében. Artur váratlanul felemelkedett, kezét a roncsaláduktas előhúzott onnan egy rozsdás konzervdobozt. Nézze csak, Mr. Schutzhart mondta felélénkülve. Ezt bizonyára az apám hagyta itt. Van ott még. Redrick nem felelt. Ezt kár volt mondanod, gondolta közömbösen. Jobb lett volna, ha egy szót sem szólsz az apádról, jobb lett volna, ha hallgatsz. Különben egyre megy elfeltápászkodott s felszisztent fájdalmában, mert ruhája mindenütt testéhez, megégett bőréhez tapadt, s ott belül, most kínok közepette valami elvált, széthasadt, mint amikor a véres letépik a sebről. Artur is felemelkedett, szintén felszisszent, szenvedőképpen redrickre pillantott, látszott, hogy a legszívesebben panaszkodott volna, de nem merte elszánni magát. Helyette folytott hangon így szólt, nem kaphatnék egy kort italt, Mr. Schutzhart, Redrick eltette a kulacsot, s így szólt. Látod azt a piros foltot a kövek között? Látom, felelte Arthur, s görcsösen visszafojtotta a lélegzetét. Irány egyenest arra. Arthur nyögve kinyújtózkodott, megropogtatta a vállát, s arcát elfintorítva körülnézett, majd ezt mondta. Legalább egy kicsit le kéne mosdani. Minden összeragadt rajtam. Redrick némán várt. Artur reménytelenül rápillantott, már indulni akart, azonban rögtön meg is állt. A hátizsák mondta. A hátizsákot ott felejtette, Mr. Schutzhart. Így Parancsolt rá Redrick. Nem volt kedvesen magyarázkodni, sem hazudni, különben sem volt értelme az egésznek. Így is jó lesz. Nem fog elveszni. S Artur elindult. Görnyetten a lábát vonszolva botladozott, megpróbálta az arcáról letépni a szorosan rátapadt sárréteget, s olyan kicsinek, szánalomra méltónak és soványnak tűnt, mint egy átázott, kóbor macskakölyök. Redrick elindult mögötte, s alig, hogy kilépett az árnyékból, a nap megperzselte és elvakította. Tenyerével takarta el a szemét, és sajnálta, hogy nem hozott magával napszemüveget. Minden lépésükre apró, fehér porfelhő kavargott, a porcipőjükre telepedett, bűzlött, pontosabban Artur árasztott bűzt. Lehetetlen volt a nyomában haladni, s Redrick elég nehezen jött rá, hogy leginkább belőle árad ez a bűz. A szag utálatos volt, de ismerős ebben a városban akkor terjengett ez a bűz, amikor az északi szél az utcákra sodorta a gyárfüstjét. S az apjának is ilyen szaga volt, amikor nehézkesen és komoran, eszelős vörös szemmel hazatért, s Redrik sietett, hogy megbújjon egy távoli sarokban, s onnan nézte félve, hogyan tépi le apja magáról s hajítja anyja kezébe munkaköpenyét, cibálja le hatalmas lábáról hatalmas, kitaposott cipőjét, gyömöszöli a fogas alá, majd egy százokniban betrappol a fürdőszobába, a zuhany alá is sokáig huhogott, nagy csattogással csapkodva mesztelen testét, zörög a lavórokkal, valami dünnyögő az orra alatt, majd üvölteni kezd, hogy az egész házánk bele. É, Maria! A, -a, a, meg kellett várni, amíg megmosdik, asztalhoz ül, ahol már ott állt az üveg, egy mély tányér, tele sűrű levessel és egy üvegkecsöp. Meg kellett várniuk, míg kikanalazza a levest, böffent, s neki fog a babnak és a húsnak, s csak akkor jöhettek elő a fényre, felmászni a térdére, s megkérdezni, melyik mestert és melyik mérnököt fullasztotta bele aznap a vitriolba. Körös körül minden fehéren izzott a száraz és kegyetlen forróságtól, a bűztől és fáradtságtól hányinger környékezte. Megégett, a hajlatokban megrepedezett bőre kegyetlenül viszketett. S úgy érezte, hogy a tudatát beborító forrókásán keresztül anyja próbál visszakiabálni neki. Könyörög, hogy hagyja békén, vizet, hűvösséget kér. Felismerhetetlenségig kifakult emlékek nyüzsögtek zibbatt agyában, egymásra torlódtak, Fehér és perzselő világban fonódtak össze, mely ott táncolt félig lehúnyt szeme előtt. Minden emléke keserű volt, s mindegyik bizsergető szánalmat és gyűlöletet ébresztett benne. Megpróbált beleavatkozni ebbe a káoszba, megpróbált a múltjából felidézni valamilyen édes déli bábot, gyöngéd és derűs érzést, emlékezete mélyéből előpréseltegut a frissen mosolygó arcocskáját, amikor még lány volt, kívánatos és érintetlen, s meg is jelent az arca, de nyomban rozsda futotta be, eltorzult, s majmocska komor, durva, sötét szőrrel borított arcává változott. Megpróbálta felidézni Kirilt, ezt a szent embert, gyors és magabiztos mozdulatait, nevetését, csodás helyeket ígérő hangját, s megjelent előtte Kirill, majd ezüstös pókháló villant a napon, s tessék, Kirill már is eltűnt, s Redric képébe krákogó huk angyali tekintete mélyett. Nagy, fehér tenyerén a kerámia konténert méregette. Az agyában zsibongó sötét erők egy pillanat alatt maguk alá gyűjertéjék akarat küszöbécs elfojtották azt a kevés jót, amit emlékezete még megőrzött, s már azt hitte, hogy egyáltalán semmi jót nem látott, csak pofákat, pofákat és pofákat. S ez alatt ő mindvégig sztókö maradt. Anélkül, hogy gondolkozott, ráébredt vagy emlékezetébe vésett volna valamit, szinte a zsigereivel rögzítette, hogy íme, balra, biztonságos távolságban, régi deszkák halma fölött ott áll egy évidám kísértet, így nyugodtan, elcsigázottan, s köpött rá, jobbról alig kivehető szellő fújdogált, s néhány lépésre előttük feltárult egy tükörsima, egy szúnyogpilis, éj számos elágazása volt, akár egy tengeri csillagnak messze volt, nem félt tőle. A központjában egy árnyékká alapított madár feküdt. Ritka dolog, madarak szinte egyáltalán nem repülnek a zóna fölé. Stessék, az ösvény mellett két elhajított, vlideni korong, éj nyilván kesejű hajította el visszaúton, félelme kapzsiságánál is nagyobb volt. Látta és érzékelte ezt. A görnyetten lépdelő Artur alig tért el az iránytól, Redrick ajka szinte magától nyílt kis reketten, figyelmeztető kiáltás szakadt ki a torkából. Gépet ő gondolta. Gépet csináltatok belőlem. éj a bánya szélén a kupacok egyre közelebb kerültek, s már ki lehetett venni az exkavátor piros vezetőfülkéjén a rozsda szeszélyes kacskaringóit. Ostoba vagy, Barbridge gondolta Redrick. Ravasz, de mégis ostoba. Hogyan hihettél nekem akkor, nos? Hiszen kisgyermekkoromtól ismersz, jobban ismersz, mint én önmagamat. Megöregettél, ez a titok nyitja. Butább lettél. Mit is mondhatnék, egész életedben ostobákkal volt dolgod, éjes ekkor maga elé képzelte, hogyan fancsalodik el keselyű képe, amikor megtudja, hogy Artur, a szép fiú, a kedvence, hogy rókával az ő, a kesejű nyomait követve ment el, nem egy semmire kellő taknyos, hanem vérszerinti gyermeke, élete, büszkesége. S miután maga elé képzelte mindezt, Redrit felkacagott, s amikor pedig Artur rémülten ránézett, tovább kacagva legyintett feléje. Menj, menj csak! Studatában, akár egy filmvásznon, ismét újabb és újabb pofák úsztak elő. Mindent meg kellene változtatni, mindent. Nem egy, s nem is két életet, nem egy, s nem is két sorsot, hanem ennek az undorító világnak minden kis csavarját ki kellene cserélni. Artur megállt a bányába vezető meredek ereszkedőnél, hosszú nyakát kinyújtva, lefelé és előre dőlve, mozdulatlanul megállt. Redrick Artur mellé lépett, de nem oda nézett, ahová a fiú. Az út közvetlenül a lába alól ereszkedett le a kőbányába, jó néhány éve nehéz teherautók lánctalpai és kerekei mállasztották szét. Tőle jobbra fehér, hőségtől megrepedezett sziklafal emelkedett a magasba, baloldalt a meredek lejtő félig le volt rombolva, sziklák és kavicshalmok között, Féloldal dülvált az exkavátor, kanalát leeresztettes erőtlenül az út szélére ejtette. S ahogy várható volt, az úton nem látott mást, csupán közvetlenül a merítőkanál mellett, a meredé durva kiugróiról csüngtek le fekete, csiga alakú, jégcsapszerű képződmények, kövér, öntött díszgyertyákra emlékeztettek, s a porban töménytelen fekete paca sötét lett, mintha valaki bitument fröcskölt volna szét. Nos, ez minden, ami maradt belőlük, még azt sem lehetne megmondani, hányan voltak itt. Lehet az is, hogy minden paca egy-egy ember, keselyű egy-egy kívánsága. Az ott azért, hogy keselyű élve és sértetlenül visszatérhessen a hetedik épület töm pincéjéből. Az a másik pacni, távolabb azért, hogy keselyű zavartalanul kihozhassa a zónából egy zizegő mágnest. Ott az a lelógó képződmény pedig ez a formás, sem anyjára, sem apjára nem emlékeztető, mindenki által imádott Gina Barbridge. Ez a folt pedig va sem apjára, sem anyjára nem ütő Arthur Barbridge, Artie, a szép fiú, büszkesége. Itt vagyunk. Hörögte őrjöngve Arthur. Mr. Schutzhart, lám, mégiscsak eljutottunk ide. Boldog nevetés tört ki belőle, leguggolt, s mindkét öklével teljes erővel a földet kalapálta. Feje búbján ütemesen remektek a kéreggé tapadt hajszálak, komikusan és ostobán himbálóztak, szerte szétröpködtek a száraz sárrögök. Redrick csak most emelte fel tekintetét s a gömbre. Óvatosan. Aggódva! Titkolt félelemmel, hogy hirtelen kiderül róla, valami egészen más kiábrándítja, kételyeket ébreszt benne, letaszítja a mennyországból, ahová sikerült a mocsokban fuldokolva felkapaszkodnia. A gömb nem arany, sokkal inkább részszínű volt, vöröses, tökéletesen simas homályosan csillogott a napon. A kőbánya szemben levő falának tövében feküdt, kényelmesen elhelyezkedett az ott magasló kőzet kupacok között, s még innen is látni lehetett, milyen súlyos, milyen mélyen belesüppett ágyába. A gömbben nem volt semmi kiábrándító és kihívó kétej, de nem volt benne semmi reménykeltő sem. Nem tudni, miért, rögtön az jutott eszébe, hogy a gömb bizonyal üreges tapintásra nagyon forró a nap felizzította. Nyilván nem saját fényét sugározta szét. Úgy látszott, hogy képtelen felemelkedni, ellentétben azzal, amit a legendák terjesztettek róla. Ott hevert, ahová zuhant. Lehet, hogy egy hatalmas zsebből esett ki, vagy elveszett, óriások játéka közben gurult valahová nem szándékosan állították ide, egyszerűen itt hevert, pontosan úgy, ahogy a lideni korongok, a karkötők és a többi a látogatás után visszamaradt szemét. Mégis volt benne valami, s Redrick minél tovább nézte, annál világosabban rájött, hogy jó nézni, a legszívesebben odalépne hozzá, megtapogatná, megsimogatná, s valahonnan az a gondolata támadt, hogy nyilván jó lenne mellé ülni, de még jobb lenne hátával nekid ülni. Fejét hátrahajtani és szemét lehunyva egy darabig töprengeni. Emlékezni, az is lehet, hogy egy kicsit elszunyadna, pihenne. Artur felpattant, zekéje összes cipzárát kikapcsolta, letépte a kabátot magáról, fehér porfelhőt kavarva nagy lendülettel lába elé hajította. Valamit kiabált, arca grimaszba rándult, hadonászott, majd kezét a háta mögé fontas táncolva, lábával furcsa táncfigurákat ropva, szökelve lefelé szaladt a lejtőn. Többé nem nézett Redrickre, elfeledkezett róla, mindenről megfeledkezett, ment, hogy teljesítse vágyait, egy pirulós egyetemi hallgató apró, titkolt vágyait, egy kisfiújét, aki a zseppénzén kívül életében sohasem látott pénzt, egy tejfeleszájú kölyök vágyait, akit kiméletlenül elfenekeltek. Ha hazatértekor egy picike alkoholszagot is éreztek rajta, akiből híres ügyvédet akartak nevelni, a távolabbi tervekben pedig minisztert, a még távolabbi tervekben pedig megértik, ugye, elnököt. Redricka vakító fényben összehunyorította gyulladt szemét s tekintetével némán követte a fiút. Rideg és nyugodt volt, tudta, hogy mi fog most történni, s tudta, hogy nem fogja végignézni. Amíg azonban nézni tudta, nézte, s nem érzett semmi különöset. Csak éppen valahol a lelke mélyén egyszerre forgolódni kezdett egy kis nyugtalan gilisztas megcsóvált a szúrós fejét. Artúr pedig táncolva lépdelt lefelé a meredek lejtőn, hihetetlen csecsotkát, csecsotka, tánc, gyors, kettes ütemű spanyol-amerikai illetve afroamerikai származású színpadi tánc. Jellemzője a jól hallható, összetett ritmus, melyet talppal és sarokkal kopogtatnak le az előadók. Tiesz! Játsz fehér porszált felcipő alól, teli tüdőből kiabált valamit, harsányan és vidáman, roppant ünnepélyesen, valami dalt vagy varázsigét, Redric pedig arra gondolt, hogy létezése során először ereszkedtek le így ebbe a kőbányába, mintha ünnepre mennének. S először nem is hallotta, mit kiabálott lenne ez a beszélő tolvajkulcs, aztán mintha valaki csatlakozott volna még hozzá, se ez jutott a fülébe, így boldogság mindenkinek. Én, Boldogság, amennyi csak kell. Mindenki jöjjön ide. Mindenkinek jut. Senki nem marad elégedetlen. Én. Boldogság. Én. Aztán hirtelen elnémult, mintha egy hatalmas kézpeket feszített volna a szájába. S látta, ahogy az exkavátor kotróvedrének árnyékában megbújó áttetsző üresség megragadta a fiút, a levegőbe vágta, s lassan, erőlködve összecsavarta, ahogy a háziasszonyok csavarják ki a vizet a száradó fehérneműből. Még volt ideje rá, hogy lássa, hogyan repül le egyik rángatózó lábáról a poros cipős vágódik fel a magasba a kőbánya fölé. Ekkor megfordult s leült. Fejében egyetlen gondolat sem maradt, mintha többé nem érzett volna semmit. Körötte csönd honolt, s elsősorban nagy csönd volt a háta mögött az úton. Ekkor eszébe jutott a kulacs, különösebb örömöt nem érzett. Gyógyszer volt, és eljött az ideje, hogy bevegye. Lecsavarta a kulacs tetejét, apró, takarékos kortyokkal inni kezdett. S életében először kívánta azt, hogy a kulacsban ne alkohol, hanem egyszerű hideg víz legyen. Egy kis idő elteltével fejében többé-kevésbé összefüggő gondolatok formálódtak. Lám, ez az egész gondolta kelletlenül. Az út nyitva áll, már most elindulhatnék. Természetesen jobb, ha még várok egy kicsit. A húsdarálóknak vannak trükkjeik. Különben is, meg kell gondolni a dolgot. Szokatlan dolog ő azon gondolkodni, mi a baj. Mit jelent az, hogy gondolkodni? Gondolkodni annyit jelent. Ravaszkodni, csűrni-csavarni a dolgot, blöfölni, az ujjaköré köré csavarni, de hiszen ez itt nem ér semmit. Ena, rendben, majmocska, az apád. Megfizettetni mindenért, kitaposni a piszkok lelkét, hadd zabálják ők is a mocskot, ahogy én nyeltem. Nem erről van szó, róka, nem erről. Vagyis természetesen erről van szó, de mit jelent ez az egész? Ugyan, mi kell nekem? Hiszen csak szitkozódom, de nem gondolkodom. Valami szörnyű előérzettől megdermedt, több különböző, még előtte álló lehetőséget egyszerre átugorva dühösen megparancsolta magának. É ide figyelj, te vörösképű, addig innen el nem mész, amíg ki nem sütsz valamit. Megdögölhetsz ezzel a gömbbel, megsülhetsz, elpusztulhatsz, de el nem mész. Istenem, hát hol vannak a szavaim, a gondolataim? Félig összeszorított öklével jól képen vágta önmagát hiszen egész életemben egyetlen gondolatom sem volt. Várj csak! Kirill is valami ilyesmit mondott. Él! Lázasan kutatott emlékei között, szavak merültek fel, ismerősek és kevésbé ismertek. Azonban minden más volt, mert nem szavak maradtak rá Kirilltől, hanem zavaros képek, nagyon jó indulatúak, de teljesen hihetetlenek. Ajasság, ajasság. Itt is becsaptak, nyelv nélkül hagytak a gazemberek. Én, a tejfeles szájú. Tejfeles szájú voltam, s az is maradtam, így öregettem meg. Nos, ennek nem szabad megtörténnie. Hallod? A jövőben ezt egyszer s mindenkorra meg kell tiltani. Az ember arra született, hogy gondolkozzék. Lám, ezt mondta Kirill, na végre. Csak hogy én ebben nem hiszek régebben sem hittem, s most sem hiszek, s azt sem tudom, hogy mi végre születik az ember. Megszületett, hát él. Mindenki azzal táplálkozik, amihez hozzájut. Mi csak legyünk mind egészségesek, a többiek pedig dögöljenek meg. Kik ezek a mi? Kik az ők? Semmit nem értek. Az én ügyem rosszul áll, Barbrit jól. Genek jó, pápa szemesnek rossz. De krákogónak jó, mindenkinek rosszul áll a szénája. Csak hogy ő ostobas azt hiszi, hogy majd módja lesz valahogy kisiklani. Istenem, hiszen ez egy nagy kása, kása. Egész életemben harcolok Voderblad kapitánnyal, ő pedig egész életében krákogóval küzdött. S tőlem, miközben teljesen belekukult, csak egyet akart, hogy hagyjak fel a stalkerséggel. Ugyan, hogyan hagyhattam volna fel vele, amikor etetnem kell a családomat? Menjek dolgozni? Mi van, ha nem akarok maguknak dolgozni, ha hány inger környék ez a munkájuktól, képesek felfogni ezt? Ha az ember dolgozik, akkor mindig valakinek dolgozik, rabszolga, semmi más, én pedig mindig magam akartam maradni, hogy köphessek mindenkire, a bánatukra, és arra, hogy unatkoznak. Felhajtotta a maradék konyakot. S teljes erővel a földhöz vágta az üres üveget. Az üveg felpattant, megcsillant a napos, valahová elgördült, azon nyomban meg is feledkezett róla. Most már ült, kezével eltakarta a szemét, s már nem próbálta megérteni, nem próbálta kitalálni, hanem csak látni szeretett volna valamit, azt, hogy miképpen kellene lennie, de megint csak pofákat, pofákat és pofákat látott. Stex üvegek romhalmok ezek egykor emberek voltak, számos számoszlopok. Tudta, hogy mindezt meg kell semmisíteni, de úgy érezte, ha elpusztítják mindezt, akkor semmi nem marad, csak a puszta föld. Tehetetlenségében és kétségbeesésében ismét hátra akart dőlni, hátra akarta vetni a fejét, ehelyett azonban feltápászkodott, gépiesen lerázta nadrágjáról a port, s megindult lefelé a kőbányában. A nap perzselt, vörös foltok úztak a szeme előtt, a kőbánya mélyén a levegő rebegett, s ebben a rebegésben úgy látta, mintha a gömb egy helyben táncolt volna, akár egy bója a hullámokon. Ellépdelt az exkavátor merítővedre mellett, babonásan magasabbra emelte a lábát, hogy ne lépjen a fekete pacákra, majd belesüppedve a porhanyós talajba, a kőfejtésen át odaván a táncoló és villogó gömbhöz. Veríték borította el, fulladozott a forróságban, s ugyanakkor fagyos remegés fogta el, vadul remegett, mintha másnapos lett volna, fogai között ízetlen krétapor ropogott. S többé már nem is próbált gondolkodni. Csupán kétségbe esetten ismételgette, akár egy imát. É állat vagyok, hisz látod, hogy állat vagyok. Nincsenek szavaim, nem tanítottak meg rájuk, képtelen vagyok gondolkodni, ezek a piszkok nem engedték, hogy megtanulja gondolkodni. Ha azonban valóban ilyen vagy mindenható és minden tudó, mindent megértő, tégy mindent a helyére. Nézz bele a lelkembe, tudom, ott van minden, amire neked szükséged van. Kell, hogy legyen, hiszen a lelkem soha senkinek nem adtam el. A lelkem az enyém, emberi lélek. Húzd ki belőle azt, amit én akarok, hiszen lehetetlen, hogy rosszat akarnék. Legyen átkozott minden, hiszen ezeken a gyermetek szavakon kívül semmi mást nem tudok kigondolni. Boldogság mindenkinek ingyen, és senki nem maradjon elégedetlen. Történet vége. Folytatása következik.